Kálmán A két koldus diák Első fejezet Dobos néni és diákjai Ezelőtt valami 200 vagy háromszáz esztendővel, mert ha nagyon messze hagyjuk az időt magunk mögött, ide-oda benne száz esztendő. A debreceni tornyos kollégiumban éppen olyan zajos volt az élet, mint most. Hiszen a diák élet nem változik, maguk a diákok sem. Jól mondta a hajdú szoboszlói ember, aki az anyjukkal berándult Debrecenbe tizenöt esztendő után másodszor, hogy elnye, nézze csak kent, ezek a diákok egy csöppet sem nőttek azóta. Nem ám, mindig egyformák, mindig ugyanolyanok, ha bár mások is. A professzorúrak is majdnem ezek voltak, csak hogy három szögletük alapot s másféle szabású ruhát és alakút viseltek a híres hatvani professzor csak később jött. A kosztadóasszonyok asszonyok és gazdák szinte ugyanolyan potrohos, jókedvű alakok, mint mostanában. Csak hogy most Nagy János úrnak, Kis Péter Istvánné asszonyomnak nevezik, akkoriban pedig Bújdosó Jánosnak, Dobosné asszonyomnak hitták a legjobb kosztoló helyeket. Dobosné asszonyom a Csapó utcában lakott, egy alacsony földszintes házban, nem messze a híres iskolától. Előbolt volt egy szépen festett néhai sertéssel, melynek belső részei messzire piroslottak. Egy hajdani diák festette, azóta híres piktor lett belőle valahol külső országokban. Bent az udvarban a dobos néni lakása, stávolabb a diákszobák. szobák. Ágy hátán ágy a szobákban, az ágyakban kettesével háltak a nebulók a bagolydiákból diákból kettő számít egy filozófust vagy poétát. Mert a rétortól kezdve fölfelé már külön ágy dukált Dobos néninél, s Domine a professzoruraknál. A Dobos néni férje, mert bizony csak, s amint kitudódik a teljes joggal, a felesége után nevezték ő kegyelmét, polgári foglalatosságára nézve hentes volt. Nem értett ugyan sokat a mesterséghez, de mivel, hogy apjától, aki szintén kosztos diákokat tartott, azt a festett sertést örökölte, a bolt cégér kedvéért meg kellett maradni a hentesnek. Pedig már Debrecenben akkoriban is annyi volt a hentes, mint amennyi Bécsben most a doktor. Aztán azért is jó volt, mert Dobos néninek nagy örömet okozott a hízlalás, minden szenvedélye az volt, hogy ami a keze alá jut, legyen az akár malac, akár diák, az ott színt és húst kapjon. Negyven-ötven sertést hízlalt, stíz fizetéses kosztos diákot tartott. Azon felül kettőt, akiket ő maga szemelt ki, ingyen. A fizetésesek nyolc pengőt fizettek havonként, és ezért mindent kaptak tőle, még anyai tanácsokat és hátbaütéseket is. Elhíresült hely volt a városban, s igen gyakran lehetett hallani. Dobosné bolond, dobosné még ráfizet a diákjaira. Néha szemébe is megbonták, Különösen a szomszédból a rossz lelkű Perec István. Ejjjj, ej, komám asszony, nem jó rendszer ez, nem jó. Adjon a diákoknak kevesebb húst és több hátbaütést. Majd meglássa, hogy jobban kijön velük de szerencsére Perec Uramnak nem sok befolyása volt az asszony nénire, s a diákoknak bőven kiárt a kolláció, de a pirongatás is. Mert ha a szíve jó volt is, a nyelvek keresztül kasul járt minden halandó lelken, aki a tekintete elé került. Azt lehetett volna hinni felőle, aki felületesen ösmerte, hogy egy kiállhatatlan sárkány. Már korán reggel elkezdődött a háznál a rettenetes patália. Legelsőbb dobosbácsit szitta össze, kivel szörnyen rosszul bánt. Sokszor megfogta és kigurította az ajtón. Egyszer ott esett össze a küszöb előtt, de ő ezt mind eltűrte. Felkelt nagy nyugalommal, leverte a port ruháiról, s besompolygott a boltba nagy dörmögéssel. No, megállj, asszony, mert végre is én vagyok a te urad. Kezemben vagy, megállj! ezer szerencsét, hogy benn maradtál. Úgy tett Dobos bácsi is, mint Szípió, ki midőn átevezett a tengeren Afrikába, s a parton megbotolván elesett, mégis úgy kiáltott fel kevélyen. Afrika földje, erősen tartalak! Mikor a férjével végzett, a szolgálókkal kezdett zenebonát csinálni. Valamennyit megverte, vagy legalább sírásra fakasztotta, Azután nagy haragosan berúgta lábával a diákcellákat, és besűvített. Valóra, gyerekek! Jó szíve volt, de már a stílusából nem engedett. Ezt a mai debreceni kosztoló asszonyok már így fejezik ki. Tessék reggelizni jönni! A szép szó olcsóbb lett azóta, de a hús drágább hanem ha a nap fele részében azzal foglalkozott a nemzetes asszony, hogy mindenkinek keserűséget okozzon, a nap másik részét meg éppen abban töltötte, hogy mindenkit kiengeszteljen. Így volt neki egész napra való dolga, hogy soha el ne unhassa magát. Jó falatokkal állította meg a szolgálók könnyeit, megsimogatta a diákok fejét, megbecézgette azokat, akik aznap jól viselték magukat, kikérdezte leckéjüket a gyengébbeknek, mert tudottam diákul is, csak úgy, mint maguk a nagy tiszteletű professzorurak. S amelyiknek nagyon nehéz feje volt a tanulásra, még azt is meg tudta vigasztalni jóságos szavaival. Ne félj, édes fiam, hiszen a bátyád is nálam volt Kostban. Az is nagy szamár volt, mégis királybíró lett belőle Erdély országban. De minek számoljuk elő minden diákját, különösen a fizető úrfiakról kevés a mondani valónk. Hiszen mi történetük van azoknak? Többnyire gazdag, befolyásos uraknak a fiai, mert nehezebb volt akkoriban bejutni Dobos nénihez kosztosnak, mint mostanában a minisztériumhoz fogalmazónak. Tehát rendre gazdag, befolyásos urakká lesznek, és mégis azt hiszik, hogy semmi különös sem történt velük. Hanem a két ingyenes diák sorsát fogjuk kísérni. Második fejezet: Hol vette a néni a két koldus diákot? Azt sem tudják még kicsodák, pedig ezt kell legelőbb elmondani. A néninek magának is két fia volt valamikor. Pista volt az egyik, Slacinak hitták a fiatalabbikat. Az Úristen azonban megszerette, magához szólította egymás után mind a kettőt. Pedig hiszen eleget szerette azokat Dobosné asszonyom is, s amint kivitték a másiknak a koporsóját is az udvarból, a derékasszony maga is beteg lett. Hagymázba esett, s ha nincs ott kéznél a felcser, tudós Soprónius Gábor uram, bizony-bizony utána ment volna azoknak a szegény fiúknak. De így is, mikor felgyógyult, szörnyen fájt a szíve miattok. Mikor a sok idegen diákon végig tekintett, mindig kiestek a könnyűk szúrós hamuszín szemeiből. Istenem, Istenem, egyik sem az enyém annyian valának, és mégis üres volt az udvar, hiába szaporította meg a számukat hétről tízre. Mégis csak ki volt halva az udvar, és megdöbbentette a csendje. Elszorította a szívét, mégis csak hiányzott minden az a kettő. Hely, mikor még a pista, laci nevek hangzottak az udvaron egy jó gondolata támadt erre a néninek, hogy hát ha két olyan szegény diákot vennének magukhoz, akiért nem fizetnek kózdiat, aztán ő azt hihetné róluk egy kis fantáziával, hogy ezek az ő fiai. Mert látod, fiam, mondta Dobos bácsinak, az a fizetés rontja el a dolgot. Legalább az illúziót bizonyosan azt tette tönkre. Lakott ebben az időben a nyírben egy krucsai nevű hatalmas gazdag úr, akinek pallós joga is volt, s arról lett nevezetes, hogy a tulajdon feleségét lenyakasztatta, mert kegyetlen szívű, gonosz indulatú ember vala. Dobos néni krucsaitól szokta vásárolni a portékát. Annak nagy erdei voltak ungban, berekben, ezer számra makkoltott a sertés. Egyszer Éppen abban az időben, mikor Dobos néni is nála volt, úgy megverte egyik jobbágyát, hogy másnap belehalt a kegyetlen botütésekbe. Nem valami nagy és szokatlan dolog volt az akkor. A vármegye nemhogy szemet hunyt rá, de ki sem merte soha nyitni, s újságlapok ki nem kürtölték világá, mert nem is voltak. Kár is lenne piszkálni, hiszen hál' Istennek ingyen terem a paraszt Magyarországon, Épp úgy, mint a magyarófa pálca. Egészen rendén van, hogy egyik a másikat pusztítja. A paraszt lenyesi a magyarófa pálcát. A magyarófa pálca lenyesi a parasztot. Említeni méltó is csak azért, mert a halára botosztatott jobbágynak, név szerint Veres Jánosnak, két suhanc fia volt, akik a halottat nagyon megsiratták, s a temetés után bekéreckedtek a kastélyba. Dobos néni bent alkudozott a sertések rekrucsaival, mikor a huszár jelenteni jött, hogy két parasztfiú, amolyan tizenkét 13 éves forma kíván bejönni az úr elé minden áron. Akkor a tacskok, nincs most karácsony, hogy a betlehemet hoznák. No, mindegy, erezd be! Két hirtelen szőke fiúcska lépett be. Az egyiknek, a nagyobbiknak veres volt a szeme a sírástól a másiké tisztán, nyugodtan kék lett. Kik vagytok, kis emberkék? kérdék krucsai. Mi a veres fiúk vagyunk, felelte a nagyobbik. Látom a hajatokról. Na, mit akartok? Ekkor a kisebbik fiú egészen közel lépett a rettenetes, zord külsei krucsaihoz, és azt mondta. Eljöttünk hozzád, nagyúr, mert te botoztattad halálra az apánkat. Nos, szólt Krucsai félváról nevetve, azt akarjátok, hogy feltámasszam? Most a nagyobbik fiú szólált fel. Azt akarjuk neked mondani, hogy vigyázz magadra, vigyázz magadra! A gyermek fölemelte a mutató ujját, és megfenyegette a nyírség királyát. A gyermek hangja úgy csilingelt, mint a temetésen a csengettyű, s fenyegető ujjának árnyéka egy reszkető késpengét ábrázolt a falon. A kegyetlen krucsai, aki nem félt újat húzni a vármegyével, aki szemébe nézett nem egyszer a halálnak, ösmerte jól, maga is hitta sokszor, aki a palatínussal is akárhányszor kikötött, az a hatalmas krucsai összerezzent a gyermek fenyegető ujjától. Ejnye, a kasztófára való kölykei, átkozott medvebocsok, kiáltás megdidergett tagjaiban. Még ti fenyegetni mertek? Nézze meg az ember. Íme lássa kegyelmet dobosni, asszonyom, milyenek a parasztnak a palántái is. Elj, mátyás, mátyás, rivalt rá a huszára. Kergesse ki ezt a két porontyot innen, ki a faluból, a határból, az összes területemről pusztuljon a magja is az ilyennek. Most pedig mondja meg kegyelmed a legutolsó árát, amit az ártányokért adhat, mert nagyon fel vagyok indulva. Dobos némi maga is meg volt indulva. Bizisten még könnyek is fénylettek a szemeiben. Nem sokat alkudozott hát a nagyúrral, megadta a kívánt árt, s még aznap hazautazott a debreceni fuvarossal, bújdosó Dániellel, aki nyíregyházán innen minden egyes kastérról és kúriáról, minden egyes majorságról tudta, hogy kié, milyen a gazdája, s milyen a gazdának a felesége, hány gyerek van a háznál, s kinek mennyi jussal lesz a jövendőben de akárhogy szórakoztatta is útközben. A derékasszonyság fejéből ki nem ment a két paraszt fiúcska sorsa. Mi lesz azokból? Kikergették őket a rideg világba, most valahol az országúton bolyonganak sírva, kibont nekik ágyat éjszakára. Amerre ment a falvakban, mindenütt füstölögtek a házak, az emberek sütnek, főznek odabent. De vajon főznek-e valahol annak a két szegény gyereknek. és addig-addig rajzolta őket maga elé a képzelete, amint fáradtan, tikkattan, lecsüggesztett fejjel az országúton mendegélnek, hogy egyszer csak midőn hatházáról kigurult a nehéz furmányos szekér, ott látta őket a valóságban, a garát szélén ülve. A nagyobbik testvér ölébe vette a kisebbik fejét s szeretettel simogatta. No, ne okoskodj! Kej fel is, gyerünk még egy darabot! Ennyi, hogy tudtál te szaladozni oda-haza? Hopsza! Ugor fel, kis öcsécském, játszunk lovasdit! Én leszek a nyerges, te leszel a rudas! A kisfiú azonban bágyattan eresztette le a fejét. Éhes vagyok, nem bírok, nyöszörgé, adj ennem! itt nem lehet az útszélen, hanem tápászkodj fel, menjünk odább, majd megsegít az istenke. A kisfiú tágra nyitotta szürke szemeit. Messze lakik innen az istenke? Az Isten mindenütt lakik. Hát akkor hová menjünk hozzá? Miért nem ad nekünk enni itt mindjárt? Ó, te kis csacsi, nem úgy van az. E pillanatban zördültek meg a furmányos szekér kerekei mögöttük. Dobosné kihajlott a gyékényernyő alól, és megösmerte a veres gyerekeket. Hoppó! Álljon meg, Kend! né, a jobb gyerekek! Hát csak ugyan kikergettek benneteket? Égre kiáltó istentelenség! Nem tudom, elnézi-e az Isten, mert ő neki sok a gondja, de én ugyan el nem nézem. Nosza, ugorjatok fel szaporán a szekérre! Maga mellé a szegény árvákat, enni adott nekik a szeredásból, hideg fokhagymás borjú pecsenye volt benne és pogácsa. A két gyerek jól lakott a szuszogásig, s azon módon elaludtak a rázós járművön, kezeiket egymás nyaka körül fűzve. A derék asszonyság pedig, akinek a szíve megesett rajtuk, a plánumokat szőtte magában, mi alatt a szekér csendesen beérte Debrecen ismerős házait, hogy ő bizony fölneveli ezeket Isten nevében. A saját fiait elvette tőle az Isten, és ezeket adta helyettük. Legyen meg az Úrnak az ő szent akarata. Az öreg toronyban megkondult a szépen szóló debreceni harang, mintha áment mondana rá, a szekér pedig begurult a dobosportára. portára. Itthon vagyunk, szólt az néni, és felrázta a fiukat. Hogy hínak téged, fiacskám? kérdi a kisebbiktől. Palinak. A te neved ezentúl László. El ne felejtsd. És a tied? Én Feri vagyok, válaszolta a nagyobbik. Ezentúl István leszel. Hely, dobos, hol vagy dobos? Micsoda rendetlenség az, hogy ki sem jössz elémbe. A szegény dobos bácsi előcsoszogott nagy lustán, mint a medve. Na no, mit bámulsz ide? Hát nem látja kegyelmet, hogy gyerekeket hoztam. Miféle gyerekeket kockáztattál félénken? Ingyenes diákokat? Még annál is többet. Se apjuk, se anyjuk. Lacinak fogjuk hívni az egyiket, Pistának a másikat. No, már az valami kiáltá hivatalos örvendezéssel Dobos bácsi, s odalépvén a két bámészkodó fiú mindenikének egy-egy barackot nyomott a fejére. Jó kemény koponyájuk van, okos emberek lesznek. Így jutott a két koldusdiák Dobos és s így lett, hogy a Dobosportán újra az a két felejthetetlen kedves név hangzott. Hely, Laci, Pista, hol vagytok? Laci, Pista, ide A két gyermeket a nemzetes asszony ruházta, vasárnaponként ő maga fésülte, a fizetéses diákoktól a jobb falatokat titkon nekik adogatta. És mindezt csak azért, hogy mikor a napi dolga mellett a nagy bánata elalszik, azt a dévajkodó gyerekek lármája, meg a Laci Pista név még jobban elringassa. Harmadik fejezet Csata a nagy erdőn A két fiú is nagy vonzalmat tanúsított Dobos néni iránt. Jók, szófogadók, nyájasak voltak, de valami méla mindig ott ült arcukon, a szemeikben, amit nem lehetett eloszlatni semmivel. Kivált az idősebbik, a pista volt szomorú fiú. Ha elvonulhatott valami félre első szögletbe, mindjárt eltört a mécses, sírni kezdett. Az iskolában is ilyennek ismerték, azzal a különbséggel, hogy Pista legalább jól tanult a szomorúsága mellett. De a Laci fejébe a nagy búbánatnak miatta bele nem fért a tudomány. Ott kuporgott rendesen az utolsó padban. De bezzeg az első volt, ahol a kampát verték, meg ahol verekedésre került sor a csizmadia legényekkel. A Debreceni kollégiumban a gerundium, a fütykös, akkor volt a legnagyobb divatban. Többet ért verekedni tudni, mintha valaki fel tudta mondani az egész Ovidiuszt könyv nélkül. A verekedő diák nagy tekintében állott a cív is előtt is. Sőt, a nagy tiszteletű professzor uraknál is tekintet volt a jó, izmos ökörre mert a török ugyan el nem szalad innen, akármilyen szépen szavalják el neki a Horácius ódáit, de ha jól hátba ütögetik a buzogányjal, tudom, felszedi az írháját. Még nagy tiszteletű, piskárosi Szilágyi Márton uram, a híres matematika professzor, aki azt szokta mondogatni, minden tudomány csak a sírig tart, Domini, de a matézis azon túl is, mert ha van túlvilági élet, akkor a kétszer kettő, ott is négy. Mondom, maga Szilágyi uram is minden esztendőben prémiumot hímeztetett a serdülő hajadon leányaival, hol Magduskával, hol Esztikével, a végből, hogy mikor a nagy erdőn pünkös másodnapján engedélyezett verekedés vagyon a diákok közt, azt a legvitézebb kapja jutalmul. Félig sem tréfa dolog az. Ott van akkor Debrecen aprajan adja, maga a főbíró, domokos Gergely uram sem által kijönni ez alkalomra a város híres négylovas kocsiján. A szürke gyeplős ló kantárján fekete-zöld-fehér szalagok röpködnek ezek a kollégiumi színek. A szenátorok számára emelvényt tákolnak össze előtte való nap az ácsok, balról a nagy tiszteletű urak gyönyörködnek. Mellettük még mindig a porhanyós körön belül. A város előkelő hölgyei és hajadonai foglalnak helyet. A diákok közül persze csak az marad el, aki halálra készülő beteg. Nagy szégyen itt az abszencia. Hanem igazán szépen is veszik ki magukat ezek a gonosz nebulók abban az egyforma ruhában. Annyiban egyforma ugyanis, hogy 1624 óta egy taláros fekete dolmányból áll, mely fehér érzből kapcsokkal, s egy széles övvel van a testhez szorítva. A zöld posztópalást és az alacsony prémes föveg még fantasztikusabbá teszi. Hanem annyiban mégsem egyforma, mert a ruhát úgy szólván a posztója, meg a kecskéje teszik. Már csak másképp áll az a ruha, amit a híres kartos pár, mint amit Kozsehuba János uram csiriz össze gyatrán. Ez a két kecske ruházta akkor egész Debrecen városát, ami nyilvánvaló tanúság, hogy a ruha is erősebb volt a régi jóvilágban. Egy kis asztalkán, mely a nagy tiszteletű urak előtt áll, van a jutalomdíj. Az esztike vagy a magduska kézi munkája. Többnyire valami csekéség, horgolt sejemerszény apró acélkarikákkal vagy olvasói egy színes gyöngyökkel, aranyszállal kivarva de a nagybecsét az adja meg, hogy éppen a leghíresebb professzor leánykája adja. A fiúk legragyogóbb álomlátása sem tudott messzebbre nyújtózkodni ennél. Nagyobb dicsőség eleven diákot nem érhet. Nagy pesgés, zsibongás eleveníti meg a roppant tért. A kosztolóasszonyok szintén kijönnek ilyenkor, s földbevájt tűzhelyen üstökben főzik a csata utáni áldomás lakomát. A rotyogás fülbemászó zenévé izmosodik a hevenyészet kemencék tájékán. A szél széles kék szalagokra szaggatva hurcolja a füstöt, áthuzogatva az dévajul a fáklombos koronái közt, s a füsttel együtt viszi az ételszagot is, hogy összekeverje az erdei virágok illatával. Nagy konfúzió lehet ez az erre csavargó méheknek. Az edények között apró hordókban ott a vidámító kerti karcos is, mert a bortól válik az ember talpa Már pedig a nagy erdei csatáknak mindig tánc a vége. Maga a viadal akép történik, hogy a két legöregebb diák tábort választ az összes diákok közül. Az egyik tábor a magyar, a másik a török. Van olyan esztendő is, mégpedig gyakorta, hogy a törököt németnek hívják fölvetnek egy ércpénzt a levegőbe, s ha a szűzmáriás oldala fordul alulra, akkor a török választ legelőbb egy legényt, s csak azután a magyar. Megint fölvetik a pénzt, s a kocka fordulása szerint elsőséggel asszentálják össze a két tábort mindaddig, míg a diákokból telik. Természetesen a legkapósabbak az erősek, a híres verekedők, és csak legvégén kerül sor a nyápic, vézna, bagoly diákokra hiszen ezek is jók legalább arra, hogy ott én a verekedők lába alatt, a hősök néha megbotlanak bennük és elesnek. Mikor a két tábor már készen állt türelmetlenül, harci hevülettől szilajan, a főbíró uram, aki nagy kedvelője a nemes dulakodásnak, háromszor int a csontgombos pálcájával, s erre nosza hajrá, égtelen lármával és szörnyű csörtetéssel egymásnak rohan a két tábor a gerundiumoknak persze békesség adassék, itt csak puszta ökörre megy a mulatság. Gyönyörűség elnézni, hogy gabajodik össze a két tábor, mihelyt összecsap. Birokra szállva, összeölelkezve, egymást föltaszítva vagy földre gyűrve, hogy hömpölyögnek. Száz meg száz tarka képét nyújtva egy őskori csatának, míg végre az öregek nagy hahotája között megfutamodik vagy a magyar, vagy a török. És most már a győztes félemberei között kezdődik a vitézi torna, mely minden évben olyan formán ment eddig is, mint történetünk idejében. A főbíró uram az összesereglet győzőknek azt mondta. De rég gyerekek vagytok, jól viseltétek magatokat. De most már lássuk, ki köztetek a legerősebb. Lépjen elő, ha a győzök között volt a tavalyi fortissimus, akkor az lép ki a porondra. Ha nincs köztük, akkor az, aki legerősebbnek érzi magát. De az idén köztük volt a fortissimus, a Beke Miklós, és előállott. Nagy, hóri, horgas fickó volt. Felgyűrt öklein pipaszárnyi vastagságban tündököltek az erek. Az ingeszét volt szakítva a mellén a mai viaskodás folytán, s olyan nyakat láttatott, mint a bikáé. Olyant, ami még Debrecenben is túlságig vastag. – Hová való, Amice? – kérdi ő kegyelme a főbíró uram. – Kabára! hm súgta a főbíró Lázár Kristóf tanácsbelének. Alig, hanem az a bizonyos kabai asszony az anyja. Ez célzás volt a bekemiklós veres orrára. Azután hangosan mondá az előkelő úr. Sok eső eshetett arra felé, ahol ilyen kemény fiúk teremnek. De lássuk, nem nőtte egy esztendő óta még különb egyebütt. Állok elébe, jegyzé meg Beke hegykén, s azután kihívó arccal nézett szét táborán. Nos, van-e valamelyiteknek kedve megverekedni velem? Mi csönd támadt. A sok dicszomjas diák mind egymásra nézett, de bizony minden arcra az volt odaírva, non sum parátus, nem vagyok hajlandó. Ki akarna az óriással kikötni? Hát senki sincs, kérdi a főbíró bíztató tekintettel. Erre, mintha valami süngurulna elő egyszerre, kivált a többiek közül egy köpcös fiú. Én megpróbálom. A meglepetés fölszissenése hangzott, melyet nyomban gúnyos vihogás követett. Domine Beke megvetőleg hunyta be az egyik szemét, és kitátotta a száját. <sítható> megeszlek te, vakarcs! A dobosék diákja, a doboséké! – Hirdették az előállók a távolabbiaknak, akik a nagy jelenetet nem láthatták. A koldus diák, az öregebbik! Ismételték mások, és hozzátették. No, ez hallatlan dolog! Nézze meg az ember, hogy felvette magát a jó koszton, kiabált a Garas András uram a gomkötő, aki nagy ellensége volt bújdosó János uramnak. Negyedik fejezet Sohasem köthetsz kardot a bujdosó família tagjai egyszerre összeröffentek mindenünnen, és elkezdtek háborogni és méltatlankodni. A szemtelen prücsök! El kellene onnan seprőzni! Ez akarja mi diákunkat legyőzni? Maga piskárosi Szilágyi Márton uram is így szólt. Nini, a rána rúgta a Fédrusz meséiből. Még akkor közönségesen ránának nevezték diákosan a békát, és azt akkor mindenki megértette. Most már magyarul nevezik az egyes állatokat, de valljuk meg, senki sem érti. Mert vajon ki tudhatná, hogy a sárhencser vatkan, a nyakorján zsiráf, a berkifutár szarvas, és hogy a béka másznok. A birkozó valóban a dobosék ingyenes diákja, Veres Pista volt, aki csak a nyakáig ért az óriás bekének. Hogy mi lesz már a világból, ha a támadja meg a solymot? a Cantus Prézes, az előénekes, aki különben torokbeli kincsekkel lévén megáldva lenézte a testi erőt, egy sípot vett most elő és belefújt. Ez volt a jel az összecsapásra. Épp úgy, mint hajdant a Budán a tornákon, mikor még ide hazalaktak a magyar királyok. Beke a csípőjére vágta az egyik kezét, mintha az fölösleges lenne, s csak úgy félkézzel kapta vállán veres pistát, hogy megropogtatván a válpercét a levegőbe emelje, s onnan a magasból egy ügyes csavarintással a földhöz csapja. Kulimásszá várik a szegény gyerek, úgy foly szét a földön, bízisten kanállal szedi majd feldobos néni. De a pista gyerek sem rest. Hopp, Nekiugrott bekének, skápráztató gyorsasággal körültekergőzött annak a hosszú testén, mint egy kígyó, lábával átfonta lábát, két kezével a nyakát, míg beke egy rettenetes csapást mért öklével a mellére, amitől az egyszerre szédülni kezdett, s szemének a két karikája befelé fordult. De azért meg se sziszent. csak a karjai eresztették el lankadtan az óriás nyakát egy percre. Beke felhasználta ezt a percet, egyet lódított rajta, megingott tőle, felesett volna, ha nincs ott egy fa, amelybe belebotlott, de amely egyszer s mind leesni nem engedte. Nagyot koppant a feje a faderekán, de mint a labda visszaugrott egy jaguár ügyességével, s megragadta újra bekét. Összefonódva kezdtek birkózni. Fejedelmi látványosság volt ez a debrecenieknek, mintha csak egyetlen egy alaktalan test lett volna négy kézzel, mely eszeveszetten kering, dübörög, mint az ördög motolla. A nézők még a lélegzetüket is elfojtották. Teringette! kiálta a főbíró a kínos, ünnepélyes csöndben, és az izzadság csurgott le a homlokán a nagy érdeklődéstől. Rajta! Rajta! hol az egyik vetett lábával gáncsott, hol a másik. A ravaszfogásuk, melyek a verekedés művészetét képezik, mind nem használtak semmit. Egyformán tudott velük bánni mind a kettő. Olyan volt a koldusdiák karja, mint a vaspánt. Szorítsd! Szorítsd, Pista fiam! Sűvített egy mennydörgős hang a magasból. Mindenki oda nézett. Hát Dovos bácsi ült ott fejük fölött a fán, két elálló ágba kapaszkodva. Beke megrezzent, az a hang megzavarta, azt hitte az égből hangzik alá, s önkéntelenül föltekintett, s eleresztette ellenfelét. Ez volt a veszedelme. Pista keresztül hajította magát az óriáson könnyedén, s egyet döfött rajta hátulról a két tért kalácsával, egyike ez a legrafinírozottabb csellökéseknek, debreceni műnyelven kecske túró. hogy az erős ember elbődült, s nagy zuhanással terült el a porban. Vivát, vivát, harsogott száz meg száz torokból, éljen a koldusdiák! Pista odaugrott bekéhez, és rátérdelt, kezeivel pedig leszorította, hogy föl ne bírjon tápászkodni. A tömeg átszakította a sorompókat, és nagy riadalommal csörtetett be a küzdelem helyszínére. Dobos bácsi leugrott nagy örömében a fáról, de olyan szerencsétlenül esett hanyat, hogy majd eltörte a bal De fájdalmas jajgatásai közben is eszébe jutott oda kiáltani Pistának. Dömöckölt, fiam, ne erezd el! Hadd egyék egy kis homokot! Nem sokkal rosszabb az a bújdosó ég kosztjánál. Eresz, hörgébeke, az ördög verekszik veled többet. Szátisz! Elég, mondta az odaérkezett főbíró. A tavalyi Fortissimus elmehet zabot hegyezni. Erre újra fölhangzott az éjjelzés. A híres iskolai kantus rázendíté a gerundi dalt, melynek mindig az volt a visszatérő sora. Különb legény Dávid, mint Góliát, vivát, vivát, vivát. A főbíró ünnepélyesen kezet szorított a győzővel. Dobos néni elérzékenyülten könnyezett, s hol a fiúhoz, hol megint vissza a katlanokhoz szaladt a gulyás levest megkavarni. De a java még csak ezután jött. Előlépett a szépséges leányzó, szilágyi magda, talpig ünnepi ruhába öltözve, s szemlesütve hozta a győzőnek szánt jutalomdíjat. Egy kartkötő volt az idei prémium, Gyönyörű kézi munka. Finom aranyszállal szatjára himzett apró oroszlánok. Magda leányasszony arca olyan lett, mint a vérbe mártott Lilium, mikor ezt a néhány szót errebekte, amire nyilván az apja tanította be otthon, mert nagyobb professzorosan hangzott. Tisztelet adassék a testi erőnek, mert az erős lélek is az erős testet keresi lakóhelyéül, Dicsőséggel lógjon a kegyelmet kardja mindig, mindenkor ekötőn. Ok nélkül ki ne ráncsa a hüvejéből, s tisztesség nélkül vissza ne tegye a hüvejébe. Az ifjú megdicsőült arccal állott ott. Úgy tetszett neki a leány hangja, míg a mondóka tartott, mintha a szférák zenéje lenne, Előtte a közönség zsivaja harmonikus, kellemes zsongásá olvadt össze, mely melegen csiklandozta és dagasztotta szívét. Az ég, noha fent egy pár foszlányos felhő futkározott, teljes pompájában nevetni látszott rá, és a nagy erdő minden lombja csak neki integetett mosolyogva. A dicsőségből is legédesebb az első csöpp, a koldusdiák lelket csordultig megtelt azzal az egy csöppel. Dobos bácsi olyan vidám lett, hogy a süvegét haigálta fel a levegőbe. Nyakába borult az ismerőseinek, sváltig bizonykodott, noha senki sem cáfolgatta. Akárki mit mondjon, a testi táplálék a fő dolog. A táplálék csinálja a legnagyobb csodákat. Mit nem tesz a jó koszt? Hey, no, Hova lettek egyszerre azok a bujdosóék? Hát bizazok, szép csendben elpárologtak onnan. A nagy tiszteletű urak ellenben mind odajárultak Veres Pistához. De milyen szép fiú lett abból egy fél óra alatt. És kezet szorítottak vele, kinek még mindig reszketett a másik keze, amelyben a hímes kart kötött tartotta. A nagy tiszteletű urak sorba nézegették a szép emlékjelt, s ott szemtől szembe megdicsérték Szilágyi Márton uramat, hogy olyan kedves hajadon leánya van, aki a varrásban annyira tökéletes. Ez bizony gyönyörű egy munka, még öregkorában is örömmel fogja nézegethetni, domine. Nagy kár, jegyzé meg nagy tiszteletű boglányi József uram, s nagy kár, hogy megjegyzé. Valóban nagy kár, hogy sohasem viselheti. Nem viselheti? kérdi csodálkozva a főbíró. Miért ne viselhetni? Mert a nem nemes ember nem köthet kardot, tehát a kardkötőre sincs szüksége. A pista fiú elhalványodott, mintha egy hideg lehellettel egyszerre elfújták volna a tündérvárat, amit az ő lelke csak az imént épített. Abba az első édes csöbbe, mindjárt beleesett az első méreg morzsa. Együtt jár az azzal. Úgy érezte, mintha epercven ő rá az irigyelt diadalmasra, szánalommal vagy gúnyjal nézne mindenki. Hiszen nem is nemes ember fia, hiszen csak egy koldus diák. Maga a szép szilágyi Magda is olyan szelíd részvétel függeszté rá szemeit, mintha a nagy tiszteletű boglányi professzor uram szavai volnának azokba a sötét szemekbe befestve. Bekár, hogy sohasem viselheti a kartkötőt. A zene felharsant, a híres csomornyóban dahúzta szíve fenekéről. A nagy tér kitisztult a verekedőktől, átvették az ölelkezők, ifjak, leányok deli táncra perdültek, előkullogván apródonként, a megvert tábor legénysége is. Mindenki őrült, vigadott, csak a győző nem. Olyan nagyon megszúrta az a tövis. Elvonult búsan az erdő olyan részébe, ahol senki sem látta, ahol csak a természet volt, ahol a madarak vígan ugráltak ágról ágra, és csicseregtek kedvök szerint. Volt azok közt mindenféle madár, szarka, rigó, karvaj és pintyőke. Szeptolban járt az egyik, mint a másik, de azért nem lehetett észrevenni, hogy egyik lenézné a másikat. Nem vagyok nemes ember, sóhajtál megsemmisülten. Tehát miért nem vagyok az? kérdé töprengve. A füvek, fák komoran bámultak rá, de meg nem magyarázták neki. Ötödik fejezet Kire marad a bolt? Pistát nem hagyta többé nyugodni a gondolat, hogy ő nemes emberré lehessen. Erről elmélkedett nappal, erről álmodozott éjszaka. Mióta úgy rápörköltek a nagy erdőn, valami felsőbb lénynek látszott előtte az, aki nemes. Minden gyermeknek és ifjúnak megvannak a maga ragyogó vágyai, de azok rendesen vagy alantabjárnak, vagy magasabban. Vagy király akarna lenni valami tündérországban, ahol az erdő aranyból van és muzsikál, ahol a patakban olvasztott ezüst csergedezik víz helyett. Vagy ha nem ilyesforma forma királyság jár az eszében, akkor bizonyosan kielégíteni egy új sarkantyú vagy egy pusztra. De ki gondolna nemességre ilyenkorban? Hisz az csak a meggazdagodott bőrkereskedőknek és tábori liferánsoknak furdalja begyét, hogy ni, hiszen én is úr lehetnék, ha a király akarná. Más emberfia ellenben abban az istenes békés tudatban nő fel, hogy minden úgy van jól, amint van. A hatalom és a rang istentől való. A nagyobbik testvértől a kisebbikre is ráragadt az a mérhetetlen nagy ravágyás, az a szörnyű szomjúság a rang után. Látod, az apánkat se volna halálra, ha nemes ember lett volna. Nekünk is másképp menne a sorunk. Nézd csak a Gencsi Miskát, vagy a Szentpályi Gabit, az iskolatársainkat. Mennyivel különb öklöket adott nekem, meg neked az Isten, de azért mégis ők a hatalmasabbak. Az elnyert kartkötő mindig ott függött a pista ágya fölött. Veszedelmes diadaljel volt. Az súgta neki ezeket a hóbortokat, melyek lassanként alaci fejét is megcsavarták. Íme, itt van, és nem viselhetem sohasem. Más oda nem adná a világ minden kincsét, nekem nem ér semmit. A könyvekhez nyúljak vigasztalásul. Azokban búvárkodjam, minek? A tudomány is csak a nemes embernek dísz. Nekünk csupán kenyér. A derékdobos dobos bácsinak abba kellett hagynia az eddigi esteli mesélgetéseit. Nem elég érdekes téma volt már a fiúknak, miképpen sétált a pataki diák a szűk cellájában. Fogadni mernék, hogy patakon meg debreceni diákot mondanak. Mi módon szólnak a különböző felekezetbeli harangok? a luteránus harang nyelve ezt ketyegi, se ide, se oda. A pápista harangé, Jézus Mária, Jézus Mária. Míg a kávinista ekép mordul közbe, forgósatta teremtette. Felséges zamattal tudta ezt produkálni Dobos bácsi, hát még a fogyadiák féle históriákat. Apukkadásig nevetett volna annak még a holt ember is, csak ezek a holt fiúk nem úgy hallgatták, mintha az orruk vére folyna. Hanem ezek csillogott a szemük, mikor a Molnár legényből vezérré lett kinizsi palkó történetet beszélte, vagy a kájha fűtőből királyfi tutorává emelkedett gyurka barátét. Egyikhez sem hazudott hozzá Dobos bácsi valami nagyon sokat. Laci könnyű vérű fickó lévén, ha a bátyát nem látta, szívesen engedett a nagy dics szombiból, Némelykor átadta magát a játéknak, mulatságnak, s tudott lenni boldog is. Igaz, hogy a szíve olyan lágy volt, mint a viaszk. Menten összeszorult, ha a bátyját látta búslakodni, s ha az megsarkantyúzta a saját fantáziáját, versenyt szalajtotta vele ez a magáét, mint a lustább lovat a szilajcsikó mellett. Az évek jöttek, mentek, s a két árva fiú ajka fölött pejhesedni kezdett imára bajusz. Ma holnap ember számba léptek gyerekek, hajtott a dobos néni, kinek nagy kedve telt a fiaiban. és a jó asszony komolyan gondolkozni kezdett a sorsukról, kivált a pistájéról. Egy év még, s mind a fejében lesz, amit Debrecenben bele lehet tölteni. Hát már most csinálni kell a fejével valamit. Okos, tanult fiú, a professzorok nem győzik dicsérettel, s olyan írása van, hogy a szép gömbölyű betűit megcsodálják. Múltkor is vele másoltatták le a gratuláló iratot, amit a Palatinus neve napjára küldött a kollégium. Sok fejtörés után abban állapodott meg az asszonyság, hogy Pista legjobb lenne valami jó helységbe kántornak. Egy az, hogy az ügyes betűvetést átplántálná a falusi gyerekekbe, akiket tanítana. Más az, hogy a hangja is kellemetes, nem csak az orgona szót emelni, de a halotti búcsúztatók eléneklésében is ritkítaná párját. Hát, igazi gyönyörűség lenne falujában meghalni. Ami pedig Lacit illeti, az úgy való tudósnak. Ha az iskolákat kiárja, hadd legyen belőle hentes. Legalább lesz valaki, akire a bolt rámaradhat. Laci nem is bánta, de Pista búsan rázta a fejét. Aztán most is a híres Brunswick vitéz járt eszében, aki elindult a világba a rettenetes kardjával új címert keresni. Eddig griffmadár volt. Oroszlánt akart ezentúl. Ő tökéletesen értette Brunswick vitézt. Ne rázd a fejed, kapacitálta a dobos bácsi. Élet a kántor élet. Cantores amant humores. A kántorok szeretik a bort, a kántorokat pedig szeretik az emberek. Lám, Mátyás király milyen jó barátságban állt a cinkotai mesterrel! A cinkotai itce azonban egy csöppet sem csiklandozta a pista becsvágyát. Azzal fenyegette dobosékat, hogy inkább a vízbe üli magát, vagy leugrik a toronyból. De hát mi akarsz lenni, édes fiam? Kérdés szeretettel dobosni. Hiszen én nem erőszakollak semmire. Ne tagadd el, mi volt a kép a szíved kívánsága, s én rajta leszek, hogy azzá légy. Pista elpirult, és szemei lázasan csillogtak. Legelőbb is nemes ember akarok lenni. Akkor aztán majd megmondom a többit. Dobosné összecsapta a kezeit ilyetten. Jaj, fiam, azzá csak a király tehet meg. No hát, el fogok menni a királyhoz. Ó, oh, ó, oh, te szerencsétlen! Hol szedted magadba ezt a szertelen nagyra vágyást? Ki tanított téged az ilyen hivalkodásra? Elmédsz a királyhoz? Verd ki a fejedből ezt a gondolatot. Azt gondolod te, hogy hogy az csak egy ugrás ide, hogy fel kell húzni a mesebeli bocskort és azt mondani, hip-hop, ott legyek, ahol a király van. Először azon kezdem, hogy nem is hiszek a király létezésében, mert én soha se láttam. Azt mondják, Bécsben lakik. Azt mondom én erre, hogy nincs is Bécs nevű város Magyarországon. Akármennyire lohasztotta az ilyen beszéd, de a külső életben minden csak szította ezt a nagy vágyát. Pokol volt akkor az iskola a nemnemesnek, pokol volt megtanulni, hogy az Isten mind a maga képére egyformáknak teremtette az embereket, egyformán adott nekik lelket, hallást, látást, érzést, s az emberek eldönthetetlen válaszfalakat építettek. Kis király az egyik, párja a másik. Minden lépten nyomon érezte ezt, s azon felül gyakran kellett látni a doboséknál apja gyilkosát, krucsait, ki évei számával növekedett a gyűlölete. Valahányszor krucsai jött, az a nap mindig a szomorúság napja volt, nem csak őrá, de dobosékra is. Csüggetten, lehorgasztott fővel jártak, keltek, s a néni bezárkózott a szobájába, és sírt. Pista ökleit szorította össze ilyenkor. Hely, ha ő valaha, mint férfi a férfival szemben állva kérhetne számot tőle. Vajon miért jár ide? Mit akarhat? S miért szomorítja ezeket a jó embereket? Nem sokáig maradt titokban, Dobosék tartoztak neki. Régi időktől fogva hitelbe a néni a sertéseket. Az adósság felgyűlt nagy összegre, úgyhogy többé nem bírtak vele. Egy szomorú napon megperdült a dob az udvaron, s doboséknak nem kellett többé a fejüket törni, kire marad a hentes volt. Most már csak azon siránkoztak, hogy kire maradnak a diákok. Mindenük oda Házuk, boltjuk, az összes házi bútoraik és a harminc láncos földjük künn a határban. Úgy maradtak szegények, mint a kisújjam. És még most sem magukra gondoltak, hanem a két koldus diákra, akikből most már nem lesz semmi. Dobosnénak Szegeden lakott a Márta öccse, férjezett vőnek Jánosné. A sógornak számos bárkája és tutaja járt a vizén. Egyike volt a legmódosabb kereskedőknek, Az megígérte, hogy alkalmazni fogja dobost, a néni meg majd csak eltengődik a márta mellett kegyelem kenyéren. Bizony keserű annak az íze, de ha az Isten így rendelte, legyen meg az ő szent akarata. Volt nagy könyhullatás, mikor válniuk kellett. Magammal vinnélek, zokogta Dobosné a karjaiba szorítván a két fiút görcsösen. De magam is idegenbe megyek, én sem tudom, mi lesz a sorsom. A szekér már ott állott a kapunál. Dobos bácsi maga vitte ki a könnyű málhát és a saragjába tette. Elfért oda könnyen, pedig benne volt abban a batyuban mindenök. Azután visszament, s ő is rendre ölelgette a fiúkat, mi alatt deres szakálla átnedvesedett. Jó az Isten, jó tád, mondá elérzékenyülve, még megengedheti, hogy találkozzunk is valamikor. Legyetek jók és becsületesek. Voltam az igazgató professzornál, s az kieszközölte, hogy ételt kaptok a szegények konyhájáról, s lakástok lészen a kollégiumban. Nekem pedig azt is megígérte, vágott közbe dobosni, hogy a nyáron legációba küldi Pistát, s ez ott pénzt szerezhet magának. Hogy gyertek ide, hadd csókoljalak össze még egyszer. És még azután is egyszer. Megsimogatta a hajukat, letörülgette a keszkenőjével a zápor módra ömlő könnyeiket. Ó, oh, de jó az Isten, kiáltál fájdalmasan, hogy a magam gyermekeit elvette. A fiúk egy szót sem voltak képesek kiejteni a nagy szívfájdalomtól. Némán lesújtva hagytak tenni magukkal mindent, amint hol a bácsi, hol a néni kapta őket kézre, és beszélt hozzájuk majd szomorítón, majd vigasztalón. Nem hallottak ők abból semmit. Egy nagy káosszá olvat össze nekik az egész világ. Hatodik fejezet A fehér és a fekete kutya Egy vézna himlőhelyes alak dugta be a fejét a szobába. Gyerünk ki, fiasszonyka, mert nagy út áll előttünk. Mindjárt, mindjárt, Pizsera uram. Ez volt a híres, szegények fuvarosa, Pizsera apó, aki bizonyos fogadás folytán, jótékonyságból ingyen fuvaroztatta az embereket, amikor kedve volt hozzá. Két rossz lova volt, Beta és Fecske. A gubódiákok és a botosdiákok rendesen ezen a két gebén tették az első kirándulást a helikon felé. Azzal tudni illik, hogy régi időktől fogva szokásban volt a versfaragási mesterségben a két jámbor állaton kezdeni az elmeköszörülést. Egy pár ilyen versezet a mai napig is fennmaradt. Pizsera bácsi büszke betája, s a deli fecske harminc szemzabot evett egy este. Pizsera apu magánkívül lett dühében, ha egy ilyen verset elkiáltottak a háza előtt, a tizenhárom városban. Elnyomordizom, atta kiabálta, a teszek után, nohogy kilenc kopókölyök marja a torkotokat. Pizsera apu szállította dobosékat Szegedre, s most is arra játszotta magát, hogy a lovak türelmetlenkednek odakűn. Pedig azoknak eszük ágába sem jött a türelmetlenség, nem ösmerték azok ezt az érzést, örültek szegények, hogy élnek. De Pizsera apó mindenféle nemes gerjedelmet látott szerető szemeivel a lovaiban, amelyekre büszke volt, mert mint dicsekedni szokott, több jót tettek már ezek, mint egy püspök. A pizsera sürgetésére csak ugyan kifejtőzött a fiúk karjaiból dobosni. El ne felejtsetek, gondoljatok rám, mondá fuldokló hangon, s keresztül szaladt az udvaron a kocsihoz. A fiúk utána futottak. Ó, anyánk, kiáltá Pista szívfacsaró hangon, ne hagyj el minket! No, 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 csillapítá őket színlelt vidám hangon dobos. Teringette, gondoljátok meg, hogy ma holnap férfiak leszünk, mind a hárman. Magát is a gyerekek közé vette a szegény bácsi, pedig már ő belőle nehezen lesz férfi valamikor. A kocsinál már mind ott voltak összegyülekezve a dobosék jó emberei, akik még egy Isten akartak nekik mondani. Perecék a szomszédból, majorosék, Bírliné asszonyom a csapó utcából, a sok diák, akik valamikor náluk kosztoltak, sőt, még az ellenségek, bújdosóik is eljöttek, s maga bújdosóné asszonyon pityeregve ösmerte be a búcsúzásnál. Kegyelmed volt köztünk a királyné. Kegyelmed minnyájunkat fölülmúlt a főző kanalával. Mit nem adott volna azelőtt dobosné ezért a meghódolásért? De most csak sírni tudott. Isten áldja meg, néni, Isten áldja meg, komasszony! Köszöntötték minden oldalról. Legyen szerencsés, legyen boldog! Pizsera apó maga is ellágyult, s szemére húzván a kalapját, kibontá az ostort, s meglegyintette a deli és a büszke betát, mire a két jámborló nagy immel ámmal megmozdult. Dobosné még egy pillantást vetett a körülállókra, és a házra, mely az övé volt. Az eperfalombja búsan integetett az udvaron, s annak a piros bélű sertésnek a boltajtón mintha könnyek szivárognának a behúnyt szeméből. A becsukott zsaluk, a fehér kémény a tetőn, még egyszer elfutottak a szeme előtt, és aztán nem látott többé semmit. Odaroskadt a dobos bácsi nyakára aléltan. Csak mikor elhagyták a várost, a szabad mezőn, a hűs szellő, amint megcsapta arcát, pillantott még egyszer szülővárosára. és íme látja, hogy az Úton ott szalad utánuk a két veres fiú. Megálljon, Pisera uram, megálljon! Azaz, hová beszélek? Jaj, már az eszemet sem tudom, menjünk. Menjünk sebesebben, mert ha utolérnek a gyermekei, mindjárt megszakad a szívem. Csak ne sajnálja kegyelmed azt az ostort, ha Istent ösmer, rimánkodik Dobosni. Ostort? Ezeknek? Duzogott sértődve. Csak senki se bikmag, hogy sárkányra hólyagot kössön hanem azért mégis közibe vágott a két griffnek, úgyhogy azok igazán nekilódultak. A felporzott debreceni homok csak hamar a folyton távolodó diákokat is eltakarta előlük, s a diákok elől is a szekeret. Laci fáradt elelőbb. előbb. Hova lókoljunk tovább? Már úgy sem érjük utol a szekeret. Forduljunk vissza. Pista megállott erre gondolkozva, miután előbb kifújta magát. Visszaforduljunk. Minek? Menjünk inkább, amerre a két szemünk víz. Valami titkos érzés azt súgja nekem, hogy megtaláljuk a szerencsét. Amit úgy értesz, hogy mint nemes emberek térünk majd egykor vissza Debrecenbe? Nem ide. Szegedre kell előbb mennünk, sóhajtott fel felpista. Ha valami lenne belőlem, nénit felkeresni volna a legsürgősebb dolgom, hogy az ő sorsán segítsek, azután krucsait venném számolóra, és csak akkor jönnék végre ide. Mielatt a nénit említette, bánatos gyöngétség tükröződött arcán, majd a bosszú érzet csillant meg szemeiben krucsai nevénél, s végre pír önté el arcát, amint arra gondolt, hogy akkor aztán ide jönne Debrecenbe. Az aranyos kartkötő ott volt most is szépen becsomagolva a túgája zsebében. Azt magával viszi, s jövet a derekára köti majd, hogy meglássa az, aki adta, csak hogy már kart fog azon akkor lógni. Hát nem bánom, felelte az öcs, menjünk a szerencse után. Elindultak csak úgy vaktában. Az első cél az első torony volt, Sokáig mentek egymás mellett hallgatag, míg megszólalt Pista. Nagy dolog az öcsém bolondságnak, amiben mi fogtunk. Két koldus útra kél gyámol nélkül, és mégis reményel. Fájdalom, csak is ezzel van tele utitáskánk. De még ez is elfogyhat. Az enyém nem. De miattad aggódom. Félek, nem lesz elég kitartásod, és mégis megeshetik, hogy te érsz előbb célt. Én elveszhetek. Te megmaradsz. Ígérd meg erre az esetre, hogy megsegíted nevelőszüleinket, és bosszút állasz apánkért. Igérem, mondta ünnepélyesen a kisebbik diák. Hallja a nyílt ég fölöttünk éppen kezdett az esti szürkület leszállni a harmattól nedves füvekre, s két apró csillag gyulladozott a mennybolton. A két testvér oda nézett fel, s az apró csillagok nyájasan pislogtak le, mintha mondanák. Hallottuk bizony, hogy ne hallottuk volna. Éjfére értek falut, s csak egy ablakban égett világ. Fáradtan, tikkattan kopogtattak be, nem sokára megnyílt a kis ablak, széthúzódott a tarka függöny. – Ki az? – kérdi egy nyers hang belülről. Szegény, éhes diákok vagyunk. Éjjj szállást és egy falat kenyeret kérünk a jó emberektől. Itt világosság derengett az ablakban, hát ide fordultunk kegyelmetekhez. Ez nem jó hely az utasoknak, ide a halált várjuk vendégnek, felelte az előbbi hang. Úgy, Haldokló van a háznál. Engedelmet kérünk, de mi nem a halál vagyunk. Akkor hát vigyen el benneteket az ördög. Mérgesen becsapta az ablakot, de alig voltak tíz lépésnyire, amint nagy csattanással kinyitotta újra. Hely, diákok! Diákok, értek csak vissza! Tudtok-e írni? Azért vagyunk diákok, hogy tudjunk, felelte Laci. No, akkor forduljatok be, Éppen jó órában találtatok ide. A házajtó retesze nem sok vártatvást megcsikordult, s a diákokat beeresztették a szűk pitvaron át a szobába, hol egy tarka ágyon összetöpörödött anyuka haldokolt. Ősz volt a haja és szemöldöke, mellek kínosan hörgött, míg a kezében megszentelt barkát tartott. A rokonok minden felindulás nélkül állották körül. Anyu, mondá most egy magas, szálas férfi, megrántván a haldokló kendőjét, mely a nyakán volt. Diákok vannak itt, akik meg tudják írni a testamentumot. Mondja nekik kegyelmed, mit írjanak. Az öreg asszony fuldokló köhögésben tört ki, mi alatt halántékai megkékültek. – Jaj, jaj, ti a karabunciás diákok vagytok! – nem vagyunk a rabonciás diákok. A Debreceni kollégiumból valók vagyunk. Jó, jó, nyögte a beteg, miközben összevacogott a fekete kiálló foga. Mutassátok a talpatokat, hadd lássam. Ágnes, Hozd ide, közelebb a mécsest. No, nem bánom. Írjátok, amit kívánok. Azt hittem, lólábatok van, és a pokolba akartok vinni. Egy öreg ember. Aki testvére lehetett a haldoklónak, valami atramentum félét hozott elő és gyűrött papírost, melynek az egyik oldala már tele volt írva. Pista vette kezébe a tollat, és írni kezdte, amit az öreg diktált a lelkemet hagyom a mennybeli Istennek. A szálas férfi helyeslőleg bólintott rá. Írja tovább, diák, a testemet hagyom az anyaföldnek. Ezt is nyugodtan vették a jelenlevők, ez még mind csak az értéktelen holmi. A földjeimet hagyom a kertész János unokámnak. Most minnyáján dühösen néztek egy fiatal legényre, aki az asztalon keresztbetett lábakkal ült, és késsel faragcsált valamit. A lábas jószágot, testáloma, testvérem fiának, rác istoknak. A szálas férfiú elégületlenül pislogott. Éri a diák, Ériad! Nyöszörögte a haldokló minden erejét összeszedve. A ház, és a benne levő hol mi legyen, az Ágnes unoka hugomé. Mi alatt a diák ezt is papírra tette, megindult a szóvita egy szögletben Ágnes és Rácz istok között. Istok úgy értette, hogy most minden lábas jószág neki van testálva, az asztal, a székek, az üst, a lócák, egy szóval minden az övé a bútorokból is, aminek lába vagyon. Ágnes ellenben csak a házi állatokat értette a lábas jószág alatt. Nem én, Istok bácsi, még egy lábas serpenyőt sem engedek innen elvinni kegyelmednek. A beteget éppen nem konfundálta ez a vita. Talán nem is hallotta, és imigyen intézkedett a továbbiakra nézve. Összes készpénzemet, ezer talléromat pedig hagyom a legfiatalabb unokámnak, Mohorai Ferencnek, de csak 24 éves korában vehesse fel. Abban a pillanatban leugrott a kemenceteteiről a nevezett Mohorai Ferenc, tizenhárom éves fiú. Hol az az ezer tallér nagyanyú? Add ide hamar is haj meg! Csitte, prücsök! Hogy mersz ilyeneket beszélni a nagyanyádnak, te hálátlan? A haldokló sárga arcán bágyat mosoly jelent meg. Jeléül annak, hogy a szeretet nem engedi magát kapacitáltatni. Megfogta a fiú kezét gyöngéten. Jaj, te hideg a kezed, nagyanyú! Erezd el az enyimet! Jó, jó, egy hát lefeküdni, de fordulj ide még egyszer a lámpa felé, hadd lássalak, miképpen nézek ki. Várj hát, hadd fésülködjem meg előbb. A beteg anyuka arca úgy szólván derült lett, mi kedves unokájával enyelgett. Ez alatt Ágnes egy köcsög aluttejet hozott be Laci számára, és egy nagy karajkenyeret. Pista türelmetlenül szólt a beteghez. Következik még valami? Lássuk csak, a földek, a pénz, a holmi, a lábas jószág, nincs egyéb. Te, igen, igen, a két kedves kutyám. Nos, kinek hagyjam a kutyáimat? töprengve hunyta be szemeit egy percre, aztán nyöszörgő hangon mormogta. A kutyákat, igaz, a kutyákat, utcú diákok, kiáltott fel, majd nem vígan. A kutyákat nektek hagyom, Tiákok. Rémletes volt, amint e szavaknál a fogait kivicsorította. A virrasztó rokonok összemosolyogtak, Pista ellenben tisztesség tudón felelte. Köszönjük alásson a jó akaratját, de mire valók nekünk a kutyák, mikor magunknak sincs mit enni? Hát, miféle szerzet vagytok? Hol kóvoroktok itt? Hová? És miért mentek? Árvák vagyunk, nincs hová mennünk, nincs kihez fordulnunk, hát a szerencsét keressük. A szerencsét? sziszent fel, s kezeivel izgatottan kezdett dobolni a tarkadunyha kockáim. Hát, ha én vagyok az a szerencse, Alduklúvén vénasszony képében is járhat az. Mit tudjátok ti azt, tacskók? No, no, csak vigyétek magatokkal azt a két kutyácskámat. Bizony, használt vehetitek még, fiacskáim. Ki tudja, mire lesznek jók? Aztán, hogy, hogy nem tudjátok, mivel tartani. Ej, hey, ej, hey! bodri, dráva! Erre a hívásra két apró közönséges juhászkutya mászott elő az ágy alól. Hosszú szőrű, lompos farkú mindkettő. Az egyik tiszta fehér volt, a másik tiszta fekete. No, ugye szép állatok az én kutyáim, gyere te, fekete te bodri, úgy, úgy, nyald meg a csontos kezemet, milyen jó meleg nyelved van. Vagyok neked három kemény tallért, nem mondd, hogy rossz gazdád volt, te neked pedig, dráva, elég lesz egy tallér is, ösmerlek, azért hát neked csak egy tallért hagyok. Benyúlt a vánkosa alá, s kihúzott onnan egy zacskót, s kiolvasta az előtte álló asztalka egyik szögletére a három tallért, a másik szögletére pedig egy tallért tett le. – No, diákok, választhatok most már a kutyák közül! – Te válasz először, aki a testamentumot írtad! – én az öcsémre bízom, mondá Pista, ő válasszon. Én az egy talléros kutyát választom, a fehéret, felelt Laci habuzás nélkül. Az öreg asszony úgy vigyorgott, mint egy sátán. De rég gyerekek vagytok, de rég gyerekek, ti bizonyosan megtaláljátok a szerencsét. Nolám, nolám, mindenik a másiknak akarta a pénzesebb kutyát. A beteg fejét csóválta e fölötti bámulásában, s ebben a felcsóválásban aludt el olyan csendesen, mint akármilyen más, egészséges halandó. Nem is fog az meghalni, sugdosták a rokonok, csak komédiát csinál, hogy minket összehivatott. Reggelre azonban már halott volt, mire a diákok, akik kialudták magukat az éjjel a szénapadláson, elindultak a két kutyával. A kutyák, mintha tudnák, melyik kié a fehér kutya a Laci mellett, a fekete kutya apista mellett poroszkált engedelmesen. Úttalan utakon estig bandukoltak, de a két kutya és a végtelen alföldiség csak nem akart tőlük elmaradni. Pedig az akkor még nem volt a mostani aranykalászú tenger. A helyet förtelmes mocsarak lövelték messze bűzüket, nádasok, ingoványok lepték el az óriási pusztát, úgyhogy néha egy mérföldnyire kellett visszafordulni, hogy a süppedékes helyeket elkerülhessék. Hivogató tanyák nem fehér lettek sehol az út mentén, még a bolondos szélmalmok sem forgatták a karjaikat integetve, hogy erre, erre... Végre, későn este egy erdőt értek. A fehér kutya hajteni kezdett az erdőben, és csak hamar egy jókora nyulat hozott a fogai között. – No, ez derék kutya, – mondá Pista. – Most már nem hallunk meg éhen. Megsütjük a nyulat, és megesszük. Letelepedtek egy fa alá, tüzet raktak, nyársat csináltak, és a lenyúzott tapsifüles piros húsak kisvártatvást vígan sercegett a nyárson. Szemök mohó epedéssel kísérte a sütés processzusát, míg a kezük össze volt kulcsolva, mintha rimánkodnának, tüzecske, tüzecske, süst hamar a nyulacskát, amint hátulról rájuk köszönt egy erős bariton hang. Adjon Isten jó estét, legénykék! A diákok hátra néztek, egy porruhába öltözött deli férfi állott előttük. Fogadj Isten! felelte nyájasan Pista. Mit kerestek itt, gyerekek? A vacsoránkat sütjük. Aha, nyúl pecsenye. Hol vettétek? A kutya fogta. De csak remélem, nem magatok akarjátok megenni. Laci elmosolyodott. Bizony, az volt a mi szándékunk, mert ma egész nap nem ettünk. Ez szerint még egy napotok van hátra, mert én meg már két egész napja nem ettem. Isten neki, akkor hát a harmadrész a kegyelmedé. Nem úgy, fiaim, nem úgy. Hány évesek vagytok együttvéve? A bátyám másfél évvel idősebb nálam, én pedig a tizenkilencedikben járok. Gyerekség, én éppen kétszer annyi idős vagyok, tehát éppen kétszer annyi húst kellene kapnom, mint nektek. Igen, csak hogy a kutyák is itt vannak, azoknak is enni kell. Kutyának jó a csont is, ha az igazat vesszük. Ha az igazat vesszük, jegyzé meg Pista, akkor a kutyáé az egész nyúl, mert ő fogta. Akkor ne vegyük az igazat, felelte Emez incselkedve, hanem alkudjunk meg barátságosan. Nekem nem kell a nyúlból osztályrész, hanem mindenitek ide adja a maga részének a felét a fiúk beleegyeztek. Az idegen letelepedett velük a tűzhöz, s jó ízűen falatozták fel a nyúlföldi maradványait, miközben kérdezte, mi áradban vannak. Mi bizony a szerencsét keressük? Ja, azt mindenki keresi, de kevesen találják meg. A szerencse mindenütt ott van, tehát sehol sincs állandóan. Az egy gaz fickó gyermekeim. Nem érdemes utána mászkálni, mert helyetekbe is eljön, ha neki úgy tetszik, s ha utána mentek, sem találjátok meg, ha neki úgy tetszik. Hanem azt látom, hogy jó szívűek vagytok. Azért hát engedjétek meg, hogy én is veletek utazzam. Az én nevem Rozsomák János. Majd meglássátok, hogy még nagy segítségetekre lehetek. Hová igyekszik, bátja? Bécsbe. Csak nem a királyhoz, szólt közbe Pista. Meg lehet, hogy éppen a királyhoz. Mi, hát akkor kegyelmeddel megyünk, nagy örömmel, mert mi is a király közelébe iparkodnánk Isten segítségével. Kerüljétek a királyokat, gyerekek! és a szemöldeit összeráncolta. Mit akartok ti a királytól? A királyok többet vesznek el az emberektől, mint amennyit adnak nekik. Nemes emberek akarunk lenni. Úgy hallottuk, hogy azzá csak a király tehet meg bennünket. Rozsomák János fölnevetett. Hát, azt hiszitek ti, hogy azt csak úgy osztogatják ott, mint Debrecenben a hurkát? Nagy dolgokat kell azért véghez vinni. Hát hiszem, mi véghez is visszük, kiáltápista lelkesedéssel. Az öreg úgy hahotázott, hogy a hasát is fognia kellett. Bolond vagy kisöcsém, hiszen mind jó volna az, ha a szegény embert odaeresztenék, ahol a nagy dolgokat csinálják. Ilyen beszélgetés köztelepettek le egy fatövébe s aludtak hajnalig. Reggelre útra indulának mind a hárman. Útközben azt mondja Rozsomák János. Adok én nektek egy jó tanácsot. Osszátok fel magatok között két felé a világot. Hogy érti ezt, bátyja? Az első keresztútnál váljatok két felé. Az egyik menjen balra, a másik jobbra. Két tarlon több öngésznivaló kalász van, mint egy tarlon. Itt egy kalászra vagytok ketten. Két úton mindenik megtalálhatja a maga külön kalászát. Gondolkoztak ezen is, helyben hagyták. Okos szavú ember ez a rozsomák, hát ha érdemes ráhallgatni. Mikor a legelső kereszt úthoz értek, a két testvér megölelte, megcsókolta egymást. Azután kockát vetettek kimegy rozsomákkal Bécs felé, és kimegy barra, Erdély felé. A fölvetett tallérnak, ha a Máriás fele van kívül, akkor laci választ, ha az kerül belőle, pistálja az elhatározás joga. Jó volt a máriához szegődni. Mária lett felül. Laci gondolkodott kisé, hogy talán mégis jobb volna a vidám rozsomákkal utazni, mint egyedül, de a kutya, az ő fehér kutyája előre futott az erdélyi úton, s mikor már messze volt, a hátulsó két lábára állott, és a két felemelt első lábával, mintha integetne a gazdájának, hogy jöjjön utána. – No hát, Isten neki, megyek a kutyám után! – Isten veled, kedves testvérem! – Áldás legyen rajtad! – Akit az Isten előbb megsegít, fölkeresi a másikat. A többi fogadalmaink is szentek legyenek mindenkor. Sűrű könyhullatással még egyszer összecsókolóztak. Rozsomák megsajnálta őket, s maga is elkezdett könnyezni. Ugyan, ne okoskodjatok, ne érzékenyítsetek el. Menjünk együtt inkább mind a hárman. Hátha tudni fogok dolgot adni mind a kettőtöknek. Nem, nem, végzépista, Pista, teljesen igaza volt kegyelmetnek. Külön kell a szerencsét keresni. Jól van, fiú, mondározomák melegen megrázva a Pista kezét. Benned sok szív van. Megosztottad velem a nyulat, s azt mondd nagy dolgokat szeretnél elkövetni. Jól jártál, öcsém, hogy itt maradtál. Mert ha az Isten is úgy akarja, olyan helyre viszlek, ahol nagy dolgokat csinálnak. Melyik volt az a hely? Majd meglátjuk. Hetedik fejezet A fejedelem délután Erdély trónusán apafi Mihály uram ő ült, aki igen jámbor fejedelem vala, de mégis sok rosszat cselekedett, kivált délutánonként. Ezeket a délutánjait az erdélyi rendek is észrevették, és azt a törvényt hozták érett észszel, hogy amit pedig ő a délután rendel vagy ír alá, az semmisnek vétessék. Amiből ismét új bonyodalom keletkezett, mert ő nagysága olyan hosszúra nyújták ki a délutánokat, persze, honnan tehet, az éjszakákból, hogy a délelőttöket rendesen átaludta. Már most hát mikor uralkodjék, ha délután nem szabad, délelőtt pedig nem lehet? Ha nem hiszen, nem hiába hevert a fejedelmi jogar uratlanul a sútban. Sokszor vette azt kezébe, akit nem is illetett mint például Teleki Mihály uram, vagy ő nagysága a katonás természetű fejedelemasszony, Bornemissa Anna. Sőt, valljuk meg az igazat, némelykor még a szerény Naláci uram is majdnem fejedelemnek játszotta magát. Maga a fejedelem mulatozásban tölté idejét víg és könnyelmű főurak társaságában. A komoly tanácsuraktól írtozott, mint a tömén füstöl az ördög az összes udvari méltóságok közül a legtöbb dolga a fő inja adónak volt. Valóban, a fő pohárnok mester híven eljárt a maga tisztében. A fejedelmi pince gyula fehér várott, el volt látva a legjobb magyar és külföldi borokkal. Igazi gyönyörűség volt megnézni. Apa fi, a mostanság szokásos hadi szemlék helyett gyakran tartott a pincében hordó szemléket, s az egyes hordókat saját kezüleg ékesítette felnevekkel és elmés feliratokkal. Tizenkét egyforma nagy hordó, mely tele volt vörös borokkal, a tizenkét apostol nevét viselte: Júdás Iskariótesz de Eger, Simeon Zelótesz de Nesmi, stb két tokai aszúval megtöltött hordócska, macedóniai fülöp és július Cézár neveivel büszkélkedett. Így tudta ő összekötni a hasznos tudnivalót a mulatságossal. Egy délután, de még a délutánok elleni törvény előtt, rózsás kedély hangulatba jutván az urak, asztalbontás előtt, nagy disputába keveredék Apor István Bóér Kristoffal a fölött, hogy milyen a túlvilág, Divatos témája volt ez őseinknek. Mindig előkezdték, soha be nem végezték. Az egyre hevesebbnek növekedő vita, gondolom, onnan támadt, hogy Szalícius Márton, a fejedelem asszony orvosa, figyelmeztette a fejedelem őnagyságát, hogy immár elég volt, többé ne nyúljon a kupához, mert árt neki az ital. A bor, úgymond, sok embert visz a másvilágra. Aki úr, az a másvilágon is úr, jegyzé meg bánfidénes. Meg lehet, mondta szalíciusz. Csak hogy a más világon nincs egy másik erdély. Nem hiszem, doktor, szólalt fel a tréfás kedélyű torockai Mózes, hogy a borital is szaporítaná a halandóságot. Kegyelmet mondta nemrégiben, hogy a legnagyobb halandóság van a gyermekek közt. Az egynapostól kezdve a négy évesekig. Egy szóval éppen azok között, akik nem élnek borral. Erre azután kitört a hahota, és újra összecsengtek a poharak, de, mint mondottuk, Apor és Bóér urai még fölkapták a témát, hevesen összeszólalkozván a más világ titkai fölött. Mindenik jobban akarta tudni, mi lesz ott. Az egyik tagadta az alágyújtott katlanokat a pokolban és a lelkeket, amik bent főnek, ellenben a Mohamed paradicsomából ismert el némelyeket, alkalmasint a tubafa árnyékot, mert a nagy rikácsolásoktól tulajdonképpen nem is lehetett hallani, ki mit állít. A vita nem maradhatott sokáig szűk medrében, többen hozzászóltak. Lassanként általános lett, sőt, még a fejedelem is részt vett benne, körülnézvén félénken, hogy nincs -e itt valahol teleki Mihály uram, aki vagy rosszalló, vagy helyeslő szemöld rángatásaival szokta kísérni mindannyiszor, ha a száját kinyitja, ami utoljára is nagyon kellemetlen állapot. De szerencsére Teleki Mihály uram nem volt ott, úgyhogy ő nagysága egész bátran odaállhatott egyszerű embernek az eszével mérkőzni, mert a Bibliában és a teológiai dolgokban nem volt hiával az ismereteknek. De két bőszült vikát könnyebb megállítani, mint két szenvedélyes vitatkozót. Apafinak nem volt ahhoz elegendő hangja sem, s az, hogy a szava fejedelmi szó, ez egyszer nem jött számításba. Lassabban, urak! szólt a fejedelem, és oda csapott tenyerével az asztalra. El fogjuk dönteni, kinek van igaz a kegyelmetek közt. Éppen ma érkezett hozzám Tököli Imre uram képében egy híres tudós eperjesről. A neve Schmidt István. Bejárta a külső országi univerzitásokat. A világ legnagyobb tudósaival áll levelezésben. Ha engem nem akarnak hallgatni kegyelmetek, hát jól van, Azért mi mégis mindjárt módját ejtjük eldönthetni, melyik a különb teológus, bóére vagy apor. Erígy, fiam, Kornispál, szólítsd ide a tököli Imre követét. A kupákat töltögető apródok közül egy eleven, csinos fiú, aki kék dolmányt viselt ezüst csatokkal, futott el a parancsot teljesíteni. S nem sokára visszajött jelenteni. És mit tudom, rögtön itt lesz a nagyságot színe előtt. No most hát megtudjuk végre, miképp állnak a dolgok a más világon. Hadd lássuk addig is, szedjük ki végbe, mit állított apor és mit állított boér. Akinek igaza lesz, annak ajándékozom a legszebb kardomat, az opálköveset. Úgy kössék egy rakásba az eszüket, kegyelmetek. E pillanatban lépett be Schmidt István, magas, nagy szakállú úriember, egyszerű fekete magyar ruhába öltözve. Nyugodt, halvány arcán élinken rajzolódott a megütközés. Miért hivathatta a fejedelem a folyó ügyek ilyen előhaladott stádiumában? Mert biz ott az arcok mind ki voltak már derekasan pirosodva a borbeli nedvektől, s a szemek lázas fényben égtek. Kérettük kegyelmedet, kezdi a fejedelem kegyes fejbólintással. Minek utána? Némi nemű disputa keletkezik, két hívünk, Bóér és Apor urai még között a túlvilág felől. Hallottuk Kegyelmed ritka jártasságát a világi és egyházi tudományokban, ismeretes előttünk bölcs judíciuma. Imre öcsénk leveléből is sok szépet olvastunk Kegyelmet felől. A szepességi úr meghajtotta magát. Parancsoljon velem, nagyságod! Kegyelmednek kell eldönteni, kinek van kettőjük közül igaza adják elő urak véleményeiket, de, tette hozzá apa finevetve, egymás után, ne egyszerre. Hanem ez a figyelmeztetés sem használt, mert a két úr nagy szenvedélyességgel egymás szavába belekotyogva, rikácsoló, türelmetlen hangon adta elő az álláspontját. Az opáköves kard volt-e az oka, vagy hitük szilárdsága? Nem tudni. Nos, mit mond hozzá kegyelmed? kérde a fejedelem schmidt miután az figyelmesen meghallgatta a vitázókat. Melyiknek a részén van az igazság? Igen, halljuk végre, milyen valójában a más világ, Kiállták a főúrak. Csak Béldi György kurjantott felvidáman. Hogyan, mire való az, hiszen sohasem halunk meg, bort töltsetek fiúk a poharakba. Psz, csend, beszéljen kegyelmed, intett apafia kezével. Apród, hozd ide a fegyvertárból a prémiumot, az opálos kardomat! Nagyságos uram, kezdés mit, s ünnepélyes csend állt be a terembe. Meghallgattam az érdemes főurak őkegyelmeiknek opinióját a túlvilágról figyelmesen. Egyik is, másik is szépen kiszínezte a saját hite szerint Én erre csak azt mondom halljuk, halljuk hangzott fel minden oldalról azt mondom, hogy az Isten a mindenség titkai közül sokat árult el az embernek. Igaz, igaz! A többi teremtményei sokkal kevesebbet tudnak, mint mi. Meg lehetünk tehát elégedve. De az Isten, mikor a mindenség titkait közprédának bocsátotta, nem adott oda mindent. Némelyeket megtartott magának. A dologra, tudós uram, a dologra! Szólt bele bánfi türelmetlenül. Hiszen a dolognál vagyok, uraim. Mert amiről a két fő úr vitázott, az éppen a mindenség amatitkai közé tartozik, amiket az Isten magánál tartott. Dixi. Bölcs volt a uram válasza, de az urak elégedetlenül morogtak. Csak egyetlen hang kiáltál valahonnan a terem szögletéből. Úgy van! Megbotránkozva néztek oda hát az udvari bolond volt. Maga a fejedelem bosszankodva szólt oda az apródoknak, de úgy, hogy mindenki hallja. Ha a tudós nem bírta eldönteni, szaladjatok le a palota elé, s hozzátok fel az első arra menő embert. Amit a tudós el nem döntött, döntse el az első tudatlan. Nosza, az apródok engedelmesen iramodtak le tudatlan embert fogni az utcáról. No, az bizony nem lesz nehéz nem csak Gyula Fehérvár utcáinak ad az, de a fejedelmi tanácsban is. Kicsinség vártatva nagy dulakodás zaja hallatszott be az előcsarnokból. Erre csak megnézni, Baló Mihály, mi az? Az udvari hadnagy elment, meg visszajött. Egy fiatal csavargót tuszkolnak be az apródok nagyságos fejedelem, de sehogy sem akar bejönni a kutyája nélkül. Rúg, kapál, küszködik. Hát jöjjön be kutyástól! Baló Mihály újra kifordult eligazítani a lármás csatázót. Az apródok nem sokára betaszítottak egy vedlet ruhájú fiatalembert az ajtón. Szakadozott diák tóga volt rajta, s a poros saruiból kilátszott itt-ott a lábhús, pedig az egyik talp madzaggal volt a fejhez kötve. Hiába, a csizmadiák sem tudnak maradandót alkotni. Hol vettétek a fickót? kérdi Lázár Gábor uram vörösen, mint a rák, mert körülbelül ő volt a legjobban becsípve. Éppen ő ment el a kapu előtt, amikor leértünk, s a parancs úgy szólt, hogy az első arra menő. Apafi helyeslőleg bólintott nehezedő fejével, mi alatt apró szemei álmosan pislogtak. – Hogy hívnak? – kérdé, és nagyot fújt. – Veres Lászlónak! – Mi vagy? – Vándor vagyok. Sovány mesterség, vélte Béldi. Mit akarnak velem az urak? Én semmit sem vétettem. Én bepanaszolom az urakat, ereszenek el! S felemelte ökleit, dühösen jártatva végig szemét a három apródon, akik felkényszerítették. Szerencsétlen, súgta neki az egyik apród, a kis kornispál. Nem tudod, ki előtt állsz? Hát aztán mit bánom én, ha a poncius pilátus előtt állok is? hiszen ha csak ott állnál, de ez ő nagysága apafi Mihály erdély fejedelme. A koldusdiák elsápat, és lassú reszketegség fogta el a lábait, egy fejedelem előtt áll. Szétnézett a nagy boltíves teremben, szeme átfutotta az ezüst bilikomokat az asztalon, az aranyzsinóros, bársonyruhás apródokat, majd a falra tévedt, hol az asztal főnülő sovány embernek az ábrázata volt lefestve szakasztott az az arc, csak hogy zöld bársony mente van rajta, s aranyos drága köves jogara kezében. A koldusdiák térdre roskadt. Kej fel, fiam, szólt a fejedelem. Ne félj semmit, egy hajat szála sem fog meggörbülni. Adjatok neki egy pohár bort, hadd térjen magához. A nyájas szó és a bor csak ugyan visszaadta a bátorságát, Nincs itt ellened semmi kifogás, kezdi azután Szalíciusz, a doktor. Sőt, ellenkezőleg, a fejedelem bírónak hozatott felédes fia. Te fogod eldönteni két úr közül, kinek van igaza. Én, hevegé zavartan, hogyan merészelném? Ha a fejedelem parancsol valamit, annak engedelmeskedni kell. Veres László meghajtotta a fejét. A fehér kutya nyugodtan lefeküdt elejébe a négy lábára, és biztatóan pislogott rá a sárga karikás okos szemeivel. Adják elő nekik kegyelmetek, vette fel a fonalat apafi, a disputa tárgyát. Ezúttal száríciusz magyarázta meg szögrül végrül a két fő úr vélekedését, miközben Béldi uram gúnyosan súgta a mellette ülő incédinek. Bizony, valami okosabbat tölthetnénk az időt, mint az efféle hóbortokkal. Nem adom száz forintért, viszonzám mosolyogva incédi, hogy nem vagyunk nagyobb státusz. Mert ha nagyobb státusz volnánk, most itt ebédelnének a külországok követei is, és kinevetnének bennünket. Igaza lehet kegyelmetnek, vélte a tudós betlen, de én nem találom a dolgot nevetségesnek. Ő nagysága inkább felette finom elmeért tanúsít, midőn egy tudós után egy tudatlantól kérdezősködik. Higgyék meg, uraim, ebben van filozófia és inger. Bildi gúnyosan húzta szét az ajak szögleteit. Nem annyira filozófia, mint bolondéria nász, Márpedig én mégis azt mondom, ha ösvernék az igazságos hárunál rasi történetét és kalandjait, azok közt sok ilyes forma van, pedig az nagy uralkodó volt. Régen volt a sógor, jegyzé meg Béldi, ha ugyan valamikor igaz volt. Csendesség, uraim, hangzott most az apa fiszava. Halljuk hát a fiatal ember nézetét. Hogy van a más világon? Nyolcadik fejezet Hírnök a más világról A diák habozva állt a sok fényes nagyúr előtt. Talán nem értetted meg? kérdé apafi. Megértettem, kegyelmes fejedelem. Nos, akkor bátran, rajta. Kornis, adj még neki egy kis elme erősítőt. ruhás aprót töltött a rongyos koldusnak. Csak egy percig habozott, a másik percben eszébe jutott, hogy mesélt ő nekik valamikor a más világról dobos bácsi. Mese, mese, mes kenyeret. Hát, ha ez a mese még válnék. Felséges fejedelem, így szólt felbátorodva, miközben a kutyája vígan veregette a farkával. Élt egyszer két szomszéd magyarországi faluban két pap. Az egyik katolikus, a másik protestáns, Mégis mind a ketten igen jó barátok voltak, mert mind a ketten szerettek vadászni. S ha elválasztotta a külön dogma, összehozta őket a közös vadászterület. Az ő barátságuk különben nem állott egyébből, mint veszekedésből, s nekik is éppen az volt a kedves témájuk, amiről az urak vitatkoztak a felséged mai ebédjénél. Örökkön örökké azt veszegették, mi van a más világon. A kávinista pap is mást állított, a katolikus is. Mind a kettőnek nagy fantáziája volt, s a saját hite szerint bútorozta be a túlvilágot. A kávinista pap majdnem ugyanazt állította, amit az öregebbik uraság. Boér uram az öregebbik. A plébános körülbelül úgy beszélt, mint itt a fiatalabbik főúr néha egészen belemérgesültek, s a két szent ember öklével verdeste az asztalt, hogy meggyőzze egyik a másikát az ő hitének valóságáról. Tizenöt évig folyt nagy hévvel tűzzel ez a szellemi erőködés, de természetesen nem lett semmi eredménye. Egyszer a plébánosnál disznótor volt, a vendégek közt ott volt a kálvinista pap, s mint egyébkor ma is a más világról disputáltak. De a vendégek, kik már könyv nélkül tudták a két pap minden körömnyi állítását, argumentumát, meglehetősen unták a dolgot, mit észrevett a házigazda. Kánisz máter, hagyjuk el most az egészet, majd megtudom, ha magam is ott leszek a más világon. Esküdj meg! kiáltá izgatottan a kálvinista pap, hogyha hamarabb találsz meghalni, eljössz nekem megmondani, melyikünknek volt igaza. Ha te is megígéred, Miska, mert Miskának hívták a Kálvinista lelkészt. Esküszöm, hogy eljövök hozzád halálom után. Papi hitemre fogadom. Én is esküszöm, itt a kezem rá. Elmegyek hozzád, és megmondom az igazat. A vendégek mosolyogtak, hogy milyen ünnepélyesen fogadkozik a két disputáns. Ej, tiszteletes uraim, a halál még messze van. Vegyük még előbb hasznát ennek a világnak is. Kocincsunk, mulassunk! Mulattak, vígan voltak egész tíz óráig éjjel. Akkor is vidám zsibajjal, pajkos nevetéssel oszlottak szét, ki gyalog, ki kocsin, ki szánon, a szerint ahol lakott. A kálvinista tiszteletes utolsónak ült fel a szányára, s még lekiáltott onnan tréfásan. Áll hát a fogadás! Áll! A plébános az utolsó vendéget is látván kihajtani a kapuból, befordult az ambitusról, elimádkozta ott bent az esti imáját, és lefeküdt. Alig aludott egy órát, midőn egyszerre arra riadt fel álmából, hogy valaki megszörgeti a külső ablakot. Hideg borzongás futotta át tagjait, pedig hozzá volt szokva az éjeli felköltésekhez. Az ajtó fölött egy szegen lógtak a temetőkert kulcsai, a szög e pillanatban magától esett ki a falból, s a kulcsok kísértetiesen csörömpölve gurultak az ablak közbe. – Ki az? – kérdi a plébános felugorva és papucsaiba bújva. – Én vagyok. Miska. – felelte odakünn az ismert hang. A plébános az ablakhoz lépett, és félrevonta a függönyt. A kálvinista pap állt odakünn. Visszajöttél? Mi baj ott történt? Meghaltam. Felelte a kálvinista pap tompa, nyöszörgő hangon. És eljöttem neked megmondani, hogy a más világon se úgy nincs, ahogy én mondtam, se úgy nincs, ahogy te mondtad. Ámen. A plébános ajkain ott lebegett a felelet, ugyan ne beszélj bolondokat, Miska. De a szót megfagyasztotta az a körülmény, hogy az alak egyszerre eltűnt az ablak alól, mint a szellem. Sem a hú nem ropogott a lába alatt, sem a lábnyomai nem látszottak benne, pedig a holdvilág szépen oda sütött. A kakasok éjfélt kukorékoltak. A plébános vacogó fogakkal bújt a dunyha alá, s reggelig kitörte a forró láz. De még jobban reggel, mikor a gazdasszonya jelenti, főtisztelendő uram, nagy szerencsétlenség esett. Mi történt? A kálvinista tiszteletes úr szánya, amint az este innen elment, olyan szerencsétlenül borult fel a hegy szakadéknál, hogy úr is, kocsis is lezuhantak a mébe, és szörnyet haltak. Hát én azt gondolom, fölséges fejedelem végzi a koldusdiák meséjét, hogyha igaz az, amit a másvilágról jött hírnök mondott, a két vitatkozó főúr közül egyiknek sincsen igaza. Igazad van, kiállta apafi. A történet igen szép és tanulságos. Meg vagyok vele elégedve. A főúraknak is tetszett. Okos fiú, jegyzé meg Boér Kristóf nevetve. Legyőzött bennünket, én megadom magam. Egy szóval nem kapnak kegyelmetek kardot. Igaz is, ki kapja most már a kardot, a fejedelem ajándékát? Istenemre, ki más, mint e fiú, mondá a fejedelem. Úgy látszik, nem a mese tetszett meg apafinak, gúnyolódott halkan Béldi, hanem a fölséges cím, amivel a fiú csiklandozta de hiszen szép volt és találó a mese is, felelte a szomszédja Incédi. Ugyanúgyan, vágott közbe az udvari bolond, hiszen éppen azt mondta, amit a tudós. A tudóst kinevették vele, a tudatlantól akceptálják. Ilyen a világ. Tanúk, uraim, szólalt fel apafi. A kardot annak ígértem, akinek igaza lesz a két úr közül. Egyiknek sincs igaza, úgy döntél el a fiú. Legyen hát ővé a mert neki van igaza. Íme, vedd a kardot! Felséges uram, hogy kössem én azt, mondta a koldus diák szerényen, e Apafi elnevette magát. Valóban szánalomra méltó volt a fickó kinézése, nyomban intett a szekretáriusának. vigyek ki, és öltöztesse fel előbb csinosan! Alig lehetett ráösmerni, midőn visszatért ismét. Takaros szürke dolmány, zöld nadrág volt rajta, a lábán szattyán csizma, kezében szürke kalpak kék nyelvel. A hajdani és a mostani csatlósok viseletéből válogatta össze ott kün a várnagy. Igazán jól festette a legényke. – Na most már ne akardod, kardod! – mondta neki kornis apród. – Még most sem köthetem fel felséges fejedelem és miért nem? kérdi apafi majdnem bosszankodva. Mert kardot csak nemes ember viselhet. Én pedig nem vagyok az. Általános hahota támadt, maga a fejedelem úgy nevetett, hogy könnyei is potyogtak. Istenemre, ilyen agyafurt fickóval még nem volt dolgom. Ugye örmény vagy? Ne is mondd, hogy nem örmény vagy, hanem vagy az, mert abban a hitben akarok meghalni, hogy az voltál. No, ez jól adja, urak. Hol van a láci, uram? Menjen be kegyelmed a kancelláriába, és Isten neki állítson ki egy nemes levelet. A piktor oda át van a másik szárnyban, a fejedelem asszonynak fest valami almáriumot. Elő kell hivatni, hadd diktáljak neki egy nemesi címert. A piktort csak ugyan legott előkerítették. Gabcsagábornak hívták. Hosszú, nyurga legény, olyan sunyi arccal, hogy bizonyosan bankó csináló lett volna, ha lett volna már akkor bankó. Hivatni kegyeskedett, nagyságos uram. Mit dolgozol? Amarantusz virágokat festek a nagyságos fejedelem asszonynak. Hagyd abba most azt. De nem merem ám instálom, mert a fejedelem asszony. Asszony nem asszony. Az ország dolga előbbre való. Egy címert festesz rögtön. Mit fessek belé? Egy nagyon fáradt utast, egy fickót zöld mezőben. Nagyságos uram, nem lehet a fáradtságot lefesteni? Nem lehet lefesteni? Hm. Persze, hogy nem lehet. Persze, persze, mondá elszomorodva. Embert lehet, de hogy el legyen fáradva, az a nehéz, az a lehetetlen. Akkor hát hagyjuk ezt prédikátumnak. Hogy is hívnak csak fiú? Veres László. Tehát, legyen fáradi Veres László, s eredj, fesd le a helyett a fehér kutyáját zöldmezőben. Egy jó óra múlva behozták készen a nemes levelet is, a címert is. A fejedelem alákanyarintotta nevét az egyiknek, s figyelmesen megnézte a másikat, ez a kutya, szavamra mondom, úgy néz ki, mintha kecske lenne. Az embernek szinte kedve támad megfejni. Miféle kutyát festettél ide, te bolond? De már mindegy, a kecske is jó állat. Adjátok oda a suhancnak, aztán ki kell kergetni a palotából, mert még saját fejemet is elkéri. Hisz nem bolond? Tört ki önkéntelenül Béldi Györgyből. Hogy érti ezt, kegyelmed? fordult hátra a híres árulkodó Kende fiános. Úgy, hogy egy ilyen ügyefogyott utasnak felelte Béldi bátran. Nehéz lenne cipelni útközben. Azután hozzátevi incédihez hajolva. Hogy ne, mikor egész Erdélyországnak is túlságos teher. 9. fejezet A kincs Most már úr lett volna Veres László, csinos ruháját utca hosszat megbámulták a gyula fehérvári lányok, hát még a kardja hogy csörömpölt, hanem mit ért mindez, ha a zsebben nem csörgött semmi. A kutya örökségéből már a legutolsó dénár is elfogyott. Hát bizony, csak megint le kell szállani az uraságból, a jó emberektől kéregetni. S az ebben a ruhában százszorta nehezebb, mint előbb volt. Aztán végre is, nemes ember inkább meghal, de nem koldulhat. Megmegállt az utcákon, és a homlokát törülgette. Tűnődött, ne forduljon-e vissza a fejedelmi várba, hogy ott apafi elé jutva térdrevesse magát, vegye be valami udvari szolgálatba, hiszen olyan jó szívvel volt iránta. Csak ugyan visszament a fejedelmi lakhoz, de az őrök nem akarták beereszteni a kapun. Mit akar? Bemenni a fejedelemhez! Megbolondult. Hogy jut ilyesmi eszébe? Hiszen ott voltam ezelőtt egy fél órával. Egy ragyásarcú őr csúfondárosan megpirongatta. Még hagyján, hogy nem azt kívánja, hívjuk le a fejedelmet ide, a kapu alá, mert beszélni akar vele. Átrább az agarakkal, nagy jó uram. a fejedelem nem a Bécsi császárám, akinek a háza keresztül járó az egyik utcáról a másikra. Tanulja meg, kiről beszél. Egy fiatal fickó, aki a kapu előtti gömbölyű kövön ült, kíváncsian fordult a beszélő felé. Aztán volt kent Bécsben, Istók bácsi? Márhogy ne lettem vóna, ha voltam. Hogy azt mondják, ott vannak még csak nagy házak. A házak nagyobbak, de már a kertek kisebbek. Egy szóval a többi aztán minden kisebb. Az emberek is, azok is. De a verév csak nem kisebb, az is kisebb. Hát a mély Istók bácsi. Az öreg katona, a vén katonák már két század előtt is hazudtak, dühösen rivalt rá kisebb, ha mondom. Azon felül ott a méheket pányván legeltetik. Olyan kicsinyek a kertek, mint a kalickák, s hogy a méhek át ne szálljanak a szomszéd kertbe, vékony cérnákra vannak a köpűhöz kötve. Én, no, csodálkozott a suhanc elgondolkozva, hogy milyen ostoba a világ gyula fehérváron túl. Veres László még mindig ott állott a kapunál. Mit vár még? Várom, míg nyájasabb lesz. Erre aztán egyszerre csupa lett Istok bácsi. Mi a kívánsága, édes fiam? Hogy legalább azt mondja meg kegyelmet, mi módon lehetne a fejedelemhez jutni. Csak egy módja van. Teleki Mihály uramnál kell feliratkozni, audienciára. Merre lakik Teleki uram? Az is, itt a palotában. Akkor hát ereszenek Teleki uramhoz az lehetetlen, mert teleki uramhoz meg sehogy sem lehet bejutni. Elszomorodva fordult meg, s amilyen feszesen, kevésen lépkedett innen jövet egy óra előtt, épp hogy csüggetten, lehorgasztott fejjel bandukolt most. A nap már lement volt, szürke szoknyát váltott a világ, hogy csak hamar feketét öltsön fölébe. Vándorlegények bús figyelmeztető Hol alszol az éjjel? A piacon a kofák kezdték összeszedni a sátorfájukat, s az el nem fogyott tordai pecsenyét és a gyümölcsöt nagy kosarakba gyömösszölték. Az illat megcsiklandozta csábítón az új nemes orrát. Kedvelett volna odamarkolni és elfutni, de hogyan tehesse azt ezzel a karddal? Erőt vett magán is, tovább ványszorgott. A traktérről kacéran integetett felé a himbálózó borókacsomó. Két cigány gyerek elibe szaladt, a hegedőjét cincogtatva. Parancsoljon velem is szép nótácskát, nem setes lovagúr. Szaladjatok el innen, purdék, mert ha kihúzom a kardomat, a fejetek szalad el a nyakatokról. Sietve lépdelt odább egy szűk sikátoron át, a város alsó részébe fordulva, hol nagy tűz lehetett nem régen, mert kormosan, csonkán meredeztek hosszú darabon a házfalak. Egy fekete mező volt ez, szénné gerendák és szarufák hevertek szanaszét, imit amot egy-egy üszökhalom, melyet az első megcsapdosott és összevert rongyot, üvegdarabot, hamut, földet, cserepet, megolvat vasat együvé a szél megszedte magát pernyével, s röpködött vele a város fölött. A fehér kutyának, mely Laci mellett poroszkált, a leeresztett lompos farka olyan fekete lett, mintha befestették volna. Néhol oda dörzsölődött a gerendákhoz, starka foltokat kapott. Az bizony komolyan kecskének készül, hogy a címerbeli portréjához hasonlítson. Nincs szomorúbb, mint az ilyen elpusztult utca. Száz jel mutatja még, hogy itt kevéssel azelőtt nyájas otthonok voltak. Itt egy szakajtó, amott megégett bölcsőnek darabja. A kiskertben, melynek a füve leperzselődött öreg fák között áll egy puha gyeppatka. Bekedves kis fészek lehetett. A fekete mező egyik falánál törpe szilvafa maradt meg épnek, míg a gyümölcs is ott van rajta megpörkölve, összezsugorodva. Laci Legott észrevette a szilvafát, hiszen ez valóságos kincs, gondolá, smuhon hozzálátott a szilva evéshez. Bizaz Biz nem igen lehetett ízletes, mert hol van még a szilva érés ideje? De az éhes gyomor nem okoskodik. Laci annyiba vette, mintha asszalt szilvával csillapítana éhségét. A kutya ez alatt úgy tett, mintha csontokat keresne, szaglált, turkált és kapart. Egyszerre fölnyihogott, majd üvölteni kezdett, Laci hosszalat meg vissza ugyanarra a helyre. Hívsz, kedves kutyácskám, ugye oda hívsz? Pit találtál? Csontot találtál? Na no, majd mindjárt oda megyek, hanem még hadd egyemelőbb. Megyek, megyek, non ne vonics hát, majd ketten keresünk aztán itt magunknak szállást. Hát, amint odament, káprázate, álome, az ott ült a két hátsó lábán, mint egy guggoló ember, s az első két lábával egy a pernyésföldből előkapart üstöt fogott át, mintha féltékenyen őrizni. Az ezer egy éjszaka minden regéje igaz már, ha az igaz, amit a két szeme látott, pedig kétszer is megtörülgette. Az üst tel is, de tele volt aranypénzekkel, drágaságokkal, csatok, gyűrük, násfák, gyémántok, gyöngyök és smaragdok csillogtak bent vakító pompában. Soha ennyi kincset egy rakáson. Fölsikoltott örömében, azután remegve nézett körül, ha nem látja-e valaki. Egyetlen lélek sem járt a leégett város részben a romok között. Az est leszállt, minden egyforma színű lett, házak, fák összeolvadtak, csak a réten fehér lett egy ezüst csík, amaros vize folytott csendesen. Fent pedig az égbolton kibújt a felhő közül a fényes lámpa, most az egyszer olyan, mint az Aladin lámpája. Laci lehajolt az üsthöz, fel akarta szedni tartalmát, de nem lehetett, mert mozdulni sem bírta teher alatt, és helyesen volt ahová elrakhassa. Amint ott turkált közte, halálos verejték csurgott a képéről. Jobban szerette volna, ha nem annyi. Megrettent a saját szerencséjétől. Mit csináljon ő most? Mihez kezdjen? Hideg borzongás futott keresztül tagjain, s úgy érezte, nem fog tudni megmozdulni helyéről. Itt roskad össze, itt hal meg. A felét visszaöntötte a kincseknek, de megint visszavett abból egy marékkal. No, még egy marékkal és még egyel? Nem. Ezt a nagy aranykösöntyűt itt nem hagyhatom, de ezt a topászt sem. Ismét azon vette magát észre, hogy a katlan kiürült. Újra vissza kellett raknia a fölösleget. Nehezen vált meg tőle. Még csak néhány perc óta lett nábob, és már is kabzsi. A pénzzel együtt kapja az ember a pénznek betegségeit. Milyen könnyedén osztotta meg eddig útszíli koldusokkal filléreit, s most milyen nehezen válik meg egy nagy vagyonnal annak másik felétől. De mégis engednie kellett az észszerűségnek, mert kalapjában csak nem vihette a kincseket, hiszen azok végre is nem az övéi. Ő csak egyszerűen a megtaláló. Meg lehet, nem él már, Elpusztult az, aki azokat ide elásta, aki igényt tarthatna rájuk, de az ellenkező sem lehetetlen. Laci megnézte holdfénynél az aranyakat. Mind lipót ideje beliverés, még nem is lehetnek régen a föld alatt. Azért hát ott maradt a kincsfele az üstben, visszatette helyére úgy, ahogy volt, aztán behányta földel, megtaposta és pernyét szort rája. Melléje pedig karót szúrt, hogy visszajöhessen érte. Izgatottan fordult vissza. Azt hitte, lázas nyugtalansága rögtön elmúlik, mihelyt a romokat elhagyja, de a nyugtalanság vele ment azon túl is. Ott ült a penészes aranyokon. Az izgatottság annyira kimerítette, hogy alig bírt vánszorogni a fáradtságtól. Leült egy kőre egy alacsony ház előtt, s bágyat fejét a kutyája hátára támasztotta. Kedves kutyácskám, te most úrrá tettél, te vagy az én gondviselésem. Simogatta, veregette, szeretette, s az olyan okosan, szomorúan nézett rá, mintha sajnálná. Fogjátok el! Fogjátok! Hangzott föl pillanatban a csöndes utcán, s szaladó emberek róbaja hallatszott közeledőben. Laci szíve megdobbant, felugrott ilyetten, azt gondolta, őt kergetik, s lélekszakadva kezdett futni a város felé hanem egyszerre csak megállította a leghatalmasabb ösztön. Az utca olyan részébe jutott, ahol a levegőnek pecsenye illata volt. A kocsma mellett volt ez, melynek nyitott ajtaján átillant ki a konyha csábító gőze. Oda rontott be a cipihegve. Ilyetében észre sem vette, hogy az utcai fenyegető zaj vidám kúrjongatásokba csapát. Nem akartak senkit elfogni, csak a fejedelem pajkos apródjai kergetőztek. Az aranymedvében, mert így hitták a híres gyula fehérvári kocsmát, lévén a kocsmárosok ősapjainak nagy szimpátiája a ragadozó állatokhoz, többnyire ezek nevére keresztelték vendéglőiket, később azután a kocsmárosok is megszelidültek, de roppant lassan. A medvéből vagy tigrisből századok folyása után farkas lett, még később megelégettek a bikával is, ma már a griff és a sas is jó nekik. Ám bár hiszen nálunk tulajdonképpen a sas az igazi ragadozó állat. Hát mondom, az aranymedvében nagy feltűnést keltett az új vendég, aki úgy rontott be, mintha kergetnék. A vendégek, néhány nemes úr, akik egy asztal körülültek és vacsoráztak vidám beszélgetésbe eredve, abba hagyták a diskurzust. A kocsmáros, nagy Gergely uram pedig hirtelen fölvágta a báránybőr a fejére, ami azt jelentette nála, hogy ő most úr akar lenni. Na mi az? szólt oda Mogorván. Enni akarok, lihegte a vendég. Azt hittem, neki akar az úr szaladni a falnak. Aztán a jó járatban levő ember hallja kegyelmed. Meg szokta billenteni a süvegét, ha valahová belép az egyik a játékosok közül közömbösen jegyzé meg. Kiukadt a zseben, nagy jó uram, ha jól nézem. valamit csecsebecséket hullajtgat el. Laci ilyet mozdulattal hajolt le a földre, amint látta, hogy a smaragdok és gyémántok kipotyognak, s gurulnak a földön. Nyilván úgy kellett történnie, hogy a futásban kiukadta mentezseb a nagy tehertől. Bátran felszedhette különben, mert senki sem ügyelt rá. Még Nagy Gergely sem, kitől négyszer is meg kellett kérdeznie félinken, lesz-e valami ennivaló. Az, amit magával hozott, viszonzá végre Nagy Gergely kegyetlen flegmával. Hiszen ha hoztam volna, hát nem kérnék. No már, én pedig nem adhatok semmit. Pedig édes örömest fizetném. Kihúzott a zsebéből egy aranyat, s fölhaigálta a tenyerén. Hiába ingerkedik Kend azzal a sárga csikóval, mordult fel Gergely gazda. Ételt a herkópáter sem kap ma, mert itt csak a vadászuraknak főztünk. Azt, amit ők lőttek. Különben miféle szerzett hékám? Nemes Fáradi Veres László vagyok. Á, ah, rikkantott fel Gergely, Kett hát az atyám fia, akit ma tett meg a fejedelem koldusból nemesnek. Látom, aranyat is adott ő nagysága. Persze, van neki bőven tette hozzá keserű gúnyjal. Ha elfogy, ad az ország. A vadászurak is mind hallották már, ami a várpalotában történt. Minden plegyka gyors lábon jár, de hát még az udvari plegyka. Nosza egy pár perc műve volt fölugrálni, sparolát váltani a jövevénnyel. Hát miért nem szól az komám, hogy te is vérbeli vagy? Mert az nem tesz semmit, hogy még nagyon is nedves a kutyabőröd. És borszagú, vágott közbe a másik úr. Az csak annyit jelent, hogy te ős vagy, mi meg pusztán ivadékok. Azért, ha úgy tetszik, ülj le az asztalunkhoz, cimbora. Egyél, így áll velünk. Azzal leültették az főre, elébe tolták az ételt, italt, vetélkedve, mint ahogy szokás, mikor valakinek a jelenléte által nagyon meg vannak tisztelve. Én naláci farkas vagyok, mutatta be magát egy barna pörgebajszú, ez itt Vér István, amaz Petki Gábor, Kovasó Cimiklós. Most már ösmersz bennünket. Egytől egyik vígfickók vagyunk. Vadáztunk egy kicsit, és az elejtett zsákmányt megfőzettük, megsüttettük Gergely gazdánál. Az hát ingyen megy. A bort azonban az fizeti, akinek valamennyin között a legkevesebb pénze van. Mert már mi ezt így szoktuk. Remélem nincs semmi kifogásod ellene. Laci mosolyogva rázta meg fejét, hogy nincs semmi ellenvetése. Szemtelen a fickó, mondta halkan Petki Kovasócinak, mert ha nem lenne az, nem fogadta volna el. No, én még teszek vele egy próbát, súgta vissza kovasúci. Míg ő mohón evet ivott, ez alatt a fiatal urak ott folytatták, ahol elhagyták. Vadászkalandokat mondtak el, tücsköt bogarat összehordva hazudtak retteneteseket. Szerencséje Báró de Manxnak, hogy még akkor nem egzisztált, mert elbújhatott volna előttük. Vér Istvánnal az történt, hogy egyszer a retyezáton egy veszekedett nagy sasmadár ráült a puska csövére, le kellett ráznia előbb, hogy aztán kényelmesen lelőhesse. Még csodálatosabb eset a kovasó Miklósé, aki elé egy nyúl csörtetett, amin a már felül. Aztán, mikor éppen rácélzott, nemhogy elszaladt volna a bolond, hanem megállt vakmerően a két hátulsó lábára, fölemelte a karcsú testét egyenesre, mint a majom, és a bal lábával megfenyegette. Mire megborzongott kovasóci, s ilyetten ejtéki kezéből a gyilkos fegyvert. Laci elnevette magát a fenyegető nyúl históriáján. Kikérem magamnak a gúnyos nevetgélést, kiálták Kovasóci dühösen, s úgy vágott a falhoz egy cserépkancsót, hogy annak ezer felé frecsegtek szét a porcikái. Nekem elég tétel kell. A cimborák mind felugráltak csillapítani a dühöngőt. Ugyan, ugyan, egészen kidagadt a nyakad, vörös vagy, hiszen nem sértett meg senki. Dehogy nem, Látom az arcán, a szemein, veres uramnak, hogy nem hiszi, amit mondtam. Aki pedig nekem nem hisz, azt követelem, mérje össze velem a kardját. Laci csodálkozva dadogta. Én rólam van szó. Igenis, rólad, felelten a Láci. Hát már most neked kell nyilatkoznod, de nem esi szavadra. Hiszed-e a nyúl históriáját, vagy sem? Mert ezen fordul meg a kérdés, most már észrevette, hogy ugratni akarják. Bolondá teszik, azért kitérőleg válaszolt. Ha ti hiszitek, hát miért ne hinném én is? Gyáva is. Sukta most Petkinek Kovasóci, ki alkalmasint csak azért kísérlette meg az összezőrenési játékot, hogy új oldaláról ösmerje ki az új nemest. Alkalmasint még ostoba is, jegyzé meg Petki Gábor, majd erre nézve én próbálom ki aztán fennhangon így szólt. No hát akkor, szent a béke, azt mondja Veres László, hogy hiszi a nyúl dolgot, adjatok kezet egymásnak. Hanem most aztán te is mondj el egy vadászkalandot, új cimbora. Úgy van, halljuk, mi már minnyáján elbeszéltünk egyet-egyet. Nem vadásztam én sohasem. Tesz is az valamit olyan embernél, mint te. Hisz a más világon sem voltál, Mégis el tudtad mondani a fejedelemnek, hogy ott mi lesz, mi nem lesz. Aztán, ha vadászkalandod nem esett még, tudom, esett egyéb, valami csak történik mindenkivel. Isten neki, mondá Veres László. Akkor hát, elbeszélem a dolgomat a medvével. Halljuk, halljuk, de ígyunk előbb. Kocintottak, Slaci elkezdte nagy figyelem közt mikor Erdélybe átjöttem a királyhágónál. Majdnem egy évig tartózkodtam ott az erdőben a szénégetők közt. Egyszer bolyongva csörtetést hallok, s a bokrok sűrű gajain át két fényes villogó szemet pillantok meg. Összeborzattam. Medve volt. A halálos rettegés fogott el, mert nemhogy fegyver lett volna nálam, de csak egy bicska sem. Egy tisztás közepén állottam, s a mackó kilépett a bozót közül, megpillantott és felém lépdelt. Első dermedtségemmel semmi sem jutott eszembe, önkéntelenül futni kezdék. Szerencsére széles szakadék szelte keresztül a tisztást, s egy, a vihar által valamikor kitépet fak keresztül volt dőlve az óriási mélység fölött. Meg vagyok mentve, kiálték fel, hiszen csak a túlsó partra kellett átfutni, s taszítani a fát. A medve nem jöhet oda. Így is lett. A mackó utánam rohant. Fogvicsorgatva bár, tehetetlenül kellett megállnia a parton én, a recsegő faderekon lépkedve, már mentve hittem magamat, midőn borzadva látom, hogy a túlsó parton is egy medve vár. Képzeljék, uraim, a helyzetet! No, oh, és mi történt aztán? Kérdék, és lélegzett folytva hallgatták. Istennek ajánlottam a lelkemet. De hát a medvék mit csináltak? Hát mit csináltak volna? Megfogtak és megettek. Ah, Ó, hát ilyen feleletre nem számítottak. Petki Gábor volt az első, aki kirúgta maga alól a széket. Elnyek, kiáltál Laci nyakába esve, hiszen te pompás fiú vagy, aki hatalmasan kigúnyoltál minket. Úgy kellett nekünk, minek kötekedtünk veled. Lefőztél cimbora, beismerjük. Kovasúci a bátorságodat akarta próbára tenni, én meg az eszedet. No tehát te bebizonyítottad, egy füstre mind a kettőt. Volt bátorságod nevetségessé tenni bennünket, és az eszedet is megcsillogtatni ugyanekkor. Sorba kezet fogtak Lacival, s ezentúl egészen más hangon ment a társalgás. Laci érezte, hogy respektusa lett, s hogy ennek a nagy barátságnak most már csak a felett réfa. Késő éjfél utánig mulattak együtt, míg végre azt indítványozta Vér István, Megöregedett az idő, fizessünk, és ígyük meg a Szent János áldását. Kovasó cipet, kivel éppen sugdosni kezdett, hogy nem lenne el méltányos nem hozni többé zavarba a szegény verest, hanem abba hagyni a tréfát és kifizetni a mulatság költségeit, midőn maga veres hozta elő. Bizony már magam is elálmosodtam, alig várom, hogy lefekhessem. Hadd lássuk, kifizet, aztán oszoljunk. Hadd lássuk, ki fizet! Megszúrta ez a megjegyzés kovasócit. Hát ő még nem is bizonyos abban, hogy kinek kell itt fizetni. No hát, próbáljuk meg. Nagy Gergely uram, fizetünk. Hely fiúk, mennyi pénz van nálatok? Ki a legkevesebb? Ő maga kivett negédesen a zsebéből egy zacskót, s oda tartotta csörgetve. Ebben 120 arany van, Nálam is van vagy száz, mondá Petki, és kiszorta az asztalra a zsebei tartalmát. Veres Laci mosolyogva jegyzé meg. No már akkor látom, hogy nem én fizetek. Hogyhogy, kiálták csodálkozva. Miből látod? Miből? Hát mert nálam sokkal több pénz van. És kijönti a dolmánya egyik sebéből az aranyakat és drágaságukat, úgyhogy minnyájuknak a szemei kápráztak ennyi kincs láttára. Hiszen ez, Rengeteg pénz, szörnyűködék vér István. Van annak, aki meg nem issza, felelte Laci tréfálkozva. Majd sóbálványá váltak a cimborák, míg végre így szólt Naláci farkas. Valt be, hogy bolondát tetted ma a fejedelmet. Mivel? Azzal a kopott ruhával. Laci nevetett, de nem felelt semmit. Mikor kimentek a kocsma ajtón, odafordult a fiúkhoz. Kiad nekem közületek éjjig szállást? Mindnyájan készen voltak rá, de Laci a Petki ajánlatát fogadta el. Hány órakor kelsz? kérdé Petki. Korán, mert tovább megyek innen. Hová megy? A testvérbátyámat keresni. Hol van a te testvérbátyád? Nem tudom, de fel kell őt találnom. Reggel érdekes mendemondákra ébredtek a gyula fehérváriak, amiknek a fele igaz volt. Az a fele tudnélik, hogy többen, akik korán keltek, egy-egy aranyat leltek az utcán, amerre Veres László a múlt este futott a kiukat zsebbe. A gyerekek apró tündöklő kövecskéket találtak, amikről egyszerre elterjedt a hír, hogy azok keleti gyöngyök és drága kövek voltak. Egész a fejedelemnő füléig jutott a híreztelés, úgyhogy ő nagysága, maga is kíváncsi lőn, s felkéretett a várba néhány ilyen talált kövecskét. A legszebb smaragdok és gyöngyök voltak. Aranyokat is kéretett fel a fejedelemnő, de azoknak igazán csak a híre volt meg már, mert aki talált, eltitkolta. Szana Albert uram, a gyula fehérvári ötvös beszaladgálta az utcákat, mint az őrült, felhajszolta az egész város gyerekeit, hol találták, merre találták a kincseket. Fent az udvarnál és Teleki Mihály uramnál egész nap nem beszéltek egyébről, mint a csodálatos esetről, amelynek nyitját senki nem bírta kiszimatolni. Míg végre déltájban, amint az aranymedve ivószobáját söpörték, megcsillant a seprű alatt egy szem igaz gyöngy, amivel Nagy Gergelyné asszonyom nyomban a fejedelmi palotába futott, hogy ő azt is tudja, kinek a zsebéből esett ki. Egy fiatal ember mulatott náluk a többi urakkal, egy fehér kutyával jött, a zsebek kiukadt, s abból ilyenek hultak a földre. De bizaz nem nagyon törődött velük, csak úgy immelámmal szedegette fel. No most már csak azt kellett tudni. Ki volt az a fiatal ember? Olyan kisvárosban, mint Gyula fehérvár nem maradhatott sokáig titokban. Az éji cimborák telebeszélték az egész várost a tegnapi idegen esetével, aki petkinél hált, korán reggel egy paripát vett tőle, s azon elvágtatott valahova Kolozsvár felé. Rémítő kincs volt nála. Csak úgy dültek zsebéből az ökölnyi nagyságú gyémántok. Ez pedig nem volt más, mint Veres László, az a kóbor piszkos diák, akit a fejedelem tegnap délután tett meg nemes embernek. Hát ebből aztán nem volt nehéz megszűni a többit. Nem lehetett az kóbor diák. Képtelenség. Hol venne a diák annyi kincset? Loptatám valahol? De ugyan kitől lopta volna? Hát kinek hiányzanak tegnap óta a kincsei? Aztán volt is itt annyi valakinek, a fél zsebéből kifizethette volna a leggazdagabb erdélyi urat. Mind jobban, jobban nagyítva szállongott a hír, míg végre abba lyukadtak ki, hogy az nem lehetett más, mint egy átöltöztetett királyfi. De akkor mit keresett itt? Ej, hát, mit szoktak keresni az átöltöztetett királyfiak? Feleséget! S ha már feleséget keresett, Kire vethette volna vajon a szemét másra, hanem a hatalmas, Teleki Mihály uram szép hajadon leányára. Telekiék valóságos nyomozást indítottak meg, amelyből ki is ült, hogy a fenséges királyfi csak ugyan be akart tegnap jutni Telekihez, de az őrök nem eresztették. Bezzeg meggyűlt a baja Istok bácsinak, nyomban vasra verték, s kémek indultak mindenfelé, a királyfi hollétét kipuhatolni. Tizedik fejezet Nesselroth Ágnes Laci Bécsnek vette útját, ott fogja ő Pistát föllelni valahol a császári udvarban, mert ha őt a szerencse kísérte, egész természetesnek találta, hogy Pista is elérte, amit akart. Könnyen utazhatott, sok pénze volt, jutott váltott lovakra, szekerekre. Mindenütt főúrnak gondolhatták út közben. Kolozsvárra jutva arról értesült, hogy Leopold császár most nem sokára Budára jön. Már el is indult Bécsből. No, az nagy ritkaság Magyarországnak. Amióta a szegény második Lajosnak a cselepatakban vetett fekvőágyat a halál, azóta üres lett a budai vár, s élettelen, csöndes a két város a Duna jobb és bal partján. A nemzet is elárvult, azaz, hogy még rosszabb történt vele, mindig volt egy mostoha apja Bécsben. Laci tehát egyenesen Pestnek tartott. Éppen akkor várták a császári udvart, s mindenféle pompával készültek azt fogadni. Diadalkapuk voltak felállítva szerte, s lobogók lengtek a házakról és kolostorokról. Ami magát Pestet, a mi mostani gyönyörű fővárosunkat illeti, melynek láttára ma sebesebben dobog minden magyar szív, bizazon nem sok nézni való volt. Leopold uralkodása idejében az egész akkori város nem állt egyébből, mint a belvárosból. Falakkal és bástyákkal övezve csak három kapuja volt. A Váci kapu, a mai Váci utca végén, a Hatvani kapu, a mai Hatvani utca végén, és a Kecskeméti kapu, a mai Kálvin tértáján. Az emeletes ház ritkaság, a piaristák épülete volt a legszebb, legnagyobb háza Pestnek. A többi számos kolostor alig jöhetett figyelembe. A mai megyeháznak még semmi nyoma. A Károly kaszárnya helyén üres tér volt, ahol tavaszkor pocsoja állott, melybe kedvükre kurutyolhattak a békák. A plébánia templom már akkor is megvolt, és a fenhéjázó katedrále nevet viselte. A jámbor nyárspolgárok abban a hídben éltek, hogy ez a legszebb épület a világon. Lipótot nem szerették a magyarok, s ha Pest mégis ilyen nagy pompával fogadta, annak bizony nem volt más oka, mint a polgármester, Nesserró Tamás uram, aki mindenáron ki akart magáért tenni. Dicsvágyó, gonosz ember, akit gyűlöltek a polgárok, s mikor a tanácskozások folytak a városházán, mely éppen azon a helyen állt, ahol a mostani városház, hogy miként kellene fogadni a császárt úgy, hogy meg legyen lepetve, a népnek is öröme legyen, és sok pénzbe se kerüljön. Mert bizony a város egész jövedelme nem volt több ezen időben, mint 13.430 rénusi forint. Fölszólalt az egyik bátor magyar polgár. Ezen plánumhoz képest, uraim, a legcélra vezetőbb lenne, ha a polgármester uram ő kegyelmét fölakasztanánk a Váci kapura, ahonnan ő felsége jönni fog. Elérnénk mindent, mert ő felsége nagyon meg lenne lepve. A nép roppant örülne neki, és nem is kerülne sok pénzbe. Nagy hahota támadt. Nesserút uram elvörösödött, s dühösen kirohant a tanácsteremből. De mi annak a polgártársa gúnya és megvetése, aki szemét a hatalom felé vetette? Az nem érez mást, nem hal mást, annak örökké az a képzeletbeli napfény csiklandozza az idegeit, s így azután Neszer uram olyan fogadtatást csinált ő felségének, hogy Mátyás király budai bevonulása óta nem látott olyat a két város. Ha ebből sem háromlik majd kitüntetés és rendjel, akkor nem érdemes élni a világon. Bizony háromlott volna, ő felsége már bizonyosan bele is jegyezte a Neszerut nevét a kis jegyzőkönyvébe, mert mindennel kegyesen meg volt elégedve. De az ádáz végzet, az is a forradalom javára dolgozott már. Nem engedte, hogy a Nesserút hő óhaja teljesedjék. A legszebb lojalitást átváltoztatta a legnagyobb gorombasággá. Lehetséges-e ez? Igen. Mégpedig maga Nesserút uram volt a sors kezében az eszköz. Ő vele esett meg, hogy amint a főségnek átnyújtandó instanciák beszedésével volt megbízva, özönnel nyújtogatták az érkező király felé. Ugyanakkor a díszítőmester is átnyújtotta a számláját a diadalkapukért és minden nemű dekorációért, kétezer rénusi forint. Ő kegyelme, azt sem tudván, hol áll a feje, ezt a szerencsétlen iratot is az instanciák közé vágta. Természetesen tudtán kívül, mert ő maga csak akkor jött rá e szörnyű dologra, amint nehány hét múlva, mikor már éppen a rendjelt várta, 2000 forint érkezett az udvarmesteri hivataltól azzal a megjegyzéssel, hogy ezúttal hajlandó volt ő felsége a benyújtott kontót kegyesen kifizetni, de figyelmezteti a hatóságot, hogyha jövőre Pestre jön, ne legyen semmi ceremónia. De ez mind mellékes dolog a mi történetünkben. Hanem van egy, ami előtt sehogy sem hunyhatunk szemet. S ez Nesserrót kisasszony, a polgármester leánya, aki többet ért minden rendjelnél a világon. Nesserrót Ágnes a legkülönb hajadona volt akkor Pestnek, termedben, arcban és erkölcsökben. Kék szemeiben a szelítség tükröződött, minden mozdulatán báj és kellem ömlött el. De ha még tízszer tesz szebb és jobb lett volna, ez a krónika most hallgatna felőle, ha a császár bejövetele napján nem véletlenül arra a tribűnre ül a fényes menetet nézni, amely a nagy tömeg alatt leszakadt, s a rajta ülők ki kiháttal a hegyes kövezetre zuhantak. Ágnest szintén ez a sors éri, ha nincs ott kapura egy szép, fiatal nemes úrfi, aki a végzetes pillanatban úgy szólván esés közben derékon kapta a halálra ilyet lányt. Ágnes még hallotta a deszkák recsegését, látta dülni, összeomlani az egész hitvány alkotmányt, sikoltott, és eszméletét veszté. Nem tudta többé, mi történt vele. Aléltam maradt karjai közt, és fel nem nyitotta szép szemeit, hiába hömpögött végig a tömegen, mint az áradat a kiáltás. Jön! Jön! Majd amerre jött, felzúgott a földrengető vivát. Négy száz lovának patkói dübörögtek a kövezeten, de a leányka szemet csukva maradt. A lovag lekapcsolta fekete mentéjét, és a földre terítette, hogy reál az űrszavarban és tolongásban azonban majd agyon taposták a szép beteget, úgyhogy ismét karjába kellett vennie, s elvinni a szomszéd házig, hol egy szegény szabó lakott a négy leányával. Babó János uram, mint nagy népszónok volt ismeretes, torzsalkodó ellensége mindannak, ami hatalom. Beillett volna biz az ezzel a lelkülettel a nemes csizmadia cébe is. Szerencsére verseket komponált otthon, ahelyett, hogy a császár bevonulását ment volna nézni. Látott ő annál külön burat is. Tököli Imre uram ő nagyságát. Még a leányait sem resztette ki. Jó is volt, legalább rögtön ápolásba vették Ágnest. Fellocsolták, melegített zabzacskokkal életre kényszerítették, kinyitotta a szép beszédes szemeit. Hol vagyok? kérdé bágyattan. Itt van, jó emberek közt, felelte az ifjú, aki elfáradva, izgatottan várta eszmélését. Ne ijedjen meg, nincs semmi baja. Hogy kerültem ide? Hebegte zavartan, nyugtalanul körülhordozván tekintetét az idegen helyen. Leszakadt az ülőke, kisasszony. Én éppen ott álltam, s fölfogtam a kezembe. Ennyi az egész. Jaj, Istenem, a néném! kiáltott fel ilyetten. A Franka néni, ja Istenem, emlékszem már, mi lett a néni kéből? Nem tudom, felelte a lovak kedélyesen. Csak gondolom, hogy ha a bordáit nem is, de legalább az orrát minden esetre betörte, mert nagyon magasan ültek. A gyermek leányka, mert valóságos feslő bimbó volt még, zokogásba fakadt, s keservesen siratta. Jaj, édes, kedves Franka néni! Örüljön, kisasszony, mondta az egyik szabó leány, aki Ágnes körül sürgött, hogy maga megmenekült. Mire Ágnes, mintha akár éppen Franka néni figyelmeztetné valamely elkövetett helytelenségre, egyszerre összeszedte magát, s kellemmel nyújtott kezet a megmentőjének. Bocsássa meg, hogy aggodalmaim közt, melyeket jó néném bizonytalan sorsa okoz, feledékeny vagyok. Köszönöm kegyelmednek, amit értemtett. Soha sem fogom elfelejteni, valamint atyám sem, ki hálásan lesz lekötelezve ezért. Ó, bár csak a nénémet is megmentette volna. Én csak önt láttam, kisasszony, pedig mellettem ült szegényke, felelte Ágnes naivul. Hiszen ültek ott elegen, de megvallom, úgy jártam, mint az utas a mezőn, ki millió fű között, ha egy tulipánt lát, csupán a tulipán után nyúl. Ágnes csak most nézett először végig a beszélőn, s elpirult egész fülig, szemeit szendén lesütve. Csalhatatlan jelez, hogy túl csinosnak találta az ifjút ehhez a mondáshoz. Öregebb embertől lovagi bókszámba siklik el az ilyen, fiatal úrtól, csinostól, csintalan udvarlás. Egy neszerrót Ágnesnek nem szabad ilyen vakmerőségeket mondani. Így egyszerre rideg pillantást vetett lovagunk felé. Rosszabbul van? kérdé az természetes aggodalommal. Köszönöm. Sőt, inkább magamhoz jöttem egészen, úgyhogy képes vagyok hazamenni. Elkísérem, kisasszony. Nem szükséges, szólt hidegen, elutasítón, de csak hamar megbánta, mert rögtön hozzátette szeliden. Megszólnának, uram. Azzal fölkelt, s megköszönve nyájasan a háziak szívességét, könnyedén, fürgén távozott az ifjúval együtt, ki egy aranyat tett le ajándékba az ápolásért a szabó asztalára. – Istenem, ezt értem teszi! – sopánkodott a leány. – Már most hogy adom én azt megkegyelmednek? Nekem nincs pénzem, uram. No bizony, nevetett fel a kedélyes úrfi. Hát egy kontraktust ad róla, jó lesz. Igen, igen, atyám vissza fogja fizetni, de ő most nincs otthon, és én nagy zavarban vagyok. Megálljunk csak! Mosolyogva futott vissza a küszöbről a szabóék szobájába. Valamit ott felejtett talán, kérdé az ifjú, aki az udvaron várta meg, hogy ott búcsút vegyen tőle. Én, neszerót Ágnes vagyok, a polgármester leánya. Főjegyeztem kegyelmednek a nevemet erre a fehér lapra. Ha úgy tetszik, írja fölé azt is, amivel tartozom, és küldje el hozzánk, hogy beválthassam. Kontraktus lesz az rám nézve. Jól van, kisasszony, elfogadom ezt a papírost. Emlékül. Ám bár úgy is emlékezném én erre a fél órára örökké. Nem. Nem, vissza kell azt küldenie. Hát kegyelmetnek mi a neve, hogy én is megőrizzem? Kérdi aztán kissé szégyenlősen. Fáradi Veres László. A kapunál elváltak, balra ment Ágnes a Duna parton hazafelé, mert Nesszeróték ott laktak valahol a török császár leányának a háza mellett. Laci pedig a hullámzó néptömeg közé keveredett, hisz itt van most boldog-boldogtalan, az egész ország. Hát, ha megtudhatna valamit a testvéréről, vagy ha talán össze is jöhetne vele. Ó, beragyogóra színezte ki lelke ezt a találkozást. Gyula Fehérvártól egész idáig ez volt egyedüli álma, ébren, alva, azaz, hogy alva minden éjjel összetalálkozott Pistával, mindenféle tarka viszonyok között egyszer, mint koldus találta útfélen fekve, líceum kerítés alatt, máskor ragyogó ruhában, fényes hintón ülve robogott el mellette, utána kiáltott, Pista, Pista, s felébredt. Látta sebektől véresen a csatatéren, haldokolva, egy éjjel temetőben sétált, s egy nagy márványkövön ez volt felírva, itt nyugszik veres István. Máskor a debreceni katedrán ült és Cicerót magyarázta egy szóval annyit gondolkozott róla nappal, hogy aztán az éji tündérek rendesen eleibe hozták, vagy szomorú, vagy jó helyzetben a saját szeszélyeik szerint. De a nappali tündérek lassú népség, nehéz csizmában járnak, nem csak elő nem hozták, de csak meg sem súgták a pista hollétét, pedig mennyire vágyott már utána. Milyen boldogság lesz, mikor azt mondhatja neki, nemes ember vagyok, most azon felül gazdag, úrá teszlek téged is. Van pénzünk, hál' Istennek, busásan. Ha nem lenne elég, majd visszamegyek a másik feléért. Megveszünk egy kastét, szép birtokot hozzá, erdőt, szántóföldet, gazdag réteket, négy prüszkölő lovat szerzünk a debreceni vásáron. Befogjuk őket festett hintóba, úgy megyünk el Szegedre, s hintón hozzuk el a kastélyba dobos nénit a férjével. Ez lesz az első utunk. Ó, beszép lesz, begyönyörűség lesz, mikor az öregek ott fognak tipegni a márványos ambitusokon, s el fogják mondani egymásnak, bizony derék fiúk ezek a mi diákjaink. Hanem a második utunk se lesz szám unalmasabb. Talált ki no, Pista, hová megyünk a hinton aztán. Ó, de nehéz fejed van, hát hová mennék véte te gólyhó, minthogy beállítunk csengősen-bongósan Debrecenbe a szilágyi professzor uram udvarára. Ha még ott virít az a kedves Jószág, aki valamikor a kartkötőt adta. De hát azután, azután, fogja kérdezni a pista, no hát azután is lesz még valami. A harmadik elmenetel, de ezt már te ki nem találhatod. Mert ezt már csak én tudom, merre lesz. S utána nézett a távozó Ágnesnek merengő arccal. Bizaz már eltűnt a tömegben, még csak a szoknyája csücskét sem láthatta. Lassan hatolt a csoportok közt, mert a kutyájára is folyton vigyáznia kellett, nehogy elmaradjon. Miközben részint tovább szőtte a rózsaszínű mesét a jövőből, részint pedig igazítgatott rajta, mert az is nagy mulatság hogy mégis jobb lenne talán, ha már Dobos néniéket a kastély udvarán fogadná a szép szilágyi Magdaléna, mint házi asszony. Persze, mert a konyháról sem szabad megfeledkezni. A szép asszony főztje gazdagon terített asztalon várná már őket. Ez volna az igazi. Úgy bizony, a Magdáért megyünk ellegelőbb. Rideg a ház, még ha kastély is, asszonyi mosoly nélkül. Az adja meg a fényét. De hát, ha még Ágnes is ott lenne, a szép Nesserót Ágnes, ha ő mondaná üde nyájas hangjával, Isten hozta Dobos néni, s megölelni, megcsókolná a jó öregeket, kiknek erre könyperegne végig a ráncos arcukon. Úgy, úgy, az Ágnes lesz a legelső dolgunk. Annyit gondolkozott Ágnesről, hogy lassanként nem csak elsőnek jött a kastélyba, hanem majdnem kiszorította a többit. Az udvar bevonulásának már ekkor vége volt. Az emberek csak azért hullámoztak, hogy még egyszer elfecsegjék, amit láttak. A pompát, a császár kinézését bizony nem volt elől, mikor az ábrázatokat osztogatták. A nádas csörgős pokrócát, az eszterházi mentéjét, a sok mulatságos epizódot, amely előadta magát. Néha jött egy-egy udvari furír, vagy gazdagon öltözött főúr, s az is jó látványnak, ha nagyobb nincs. Laci remélte, hogy találkozni fog a sok nép közt valamely debreceni ismerőssel, akitán hírt mond Pista felől, de az óriás ember egyetlen ismerős arcot sem látott. Végre egészen lemondott a reményről, midőn a hajóhídnál egyszerre örömkiáltásban tört ki. Megpillantotta a rozsomák Jánost, egy pár gazdagon öltözött úrral beszélgetve. Ő maga egyszerűen volt öltözve, hétköznapias feketében. Szíve nagyot dobbant. Keresztül törte magát, egy pár asszonyt fellökött, néhány embernek a tyúk szemére hágott. Rozsomák uram! Rozsomák, uram! kiáltá, és hozzáfutva bizalmasan a vállára ütött a derék férfiúnak. Az visszafordult mogorván és végignézte. Miféle maga ez? Mit akar? Hát nem ösmer már, rozsomák úr! Elment az esze, mordult rá Amaz bosszúsan. Én nem vagyok rozsomák. Nem rozsomák, szólt ez kétkedő álmulattal. De hát ki akkor? én gróf Bercsényi Miklós vagyok. Nem volt ez még akkor híres név, szíveket gyújtogató, sőt, inkább úgy hatott Lacira a fölcsillant remény után, mintha egy dézsa öntötték volna nyakon. Búsan sompolygott el, s egész estig céltalanul ődöngött az utcákon. Éjjelben nem hunyta szemeit, álmatlanul hánykolódott puha ágyában a budai grívben, ahol szálva volt. Ágnesről ábrándozott. Előállította a kalandját a legkisebb részletekig, s átélte még vagy kilencszer. Mi vitte be aléltan a szabóhoz, hallotta csengeni minden szavát, melyet hozzá intézett. Ott volt a fehér lap is, amit adott. Ezzel akarta megjutalmazni, s milyen finom, nemes modorban. Azt gondolta magában, ha szegény ember, írjon fel oda nevem fölé néhány aranyat. Ha pedig gazdag ember, hát akkor tegye el emlékül. Hanem Laci egyiket sem cselekedte. Alig várta, hogy reggel legyen, türelmetlenül kért tintát a vendéglőstől, s kitöltötte a fehér lapot. Ezt írta a Nesserót Ágnes név fölé. Én, alulírott, kötelezem magam Veres Lászlót, holtomiglan híven szeretni akkor azután borítékba zárta, piros pecsétet ütött rá, s elküldte a vendéglő szolgájával Nesserótékhoz. Izgatottan várta a választ, feje égett, szíve félelmesen dobogott, levegőre volt szüksége a tüdejének. Kiment sétálni a vár felé, s nézte a sok sürgő-forgó udvari népséget. Hát, amint ott bámul a rácsnál, látja az udvaron gróf Bercsényit, akinek most már nem olyan mogorva rideg az arca, mint tegnap volt. Feléje jön, s nyájasan kérdi. Nem látó Buda felől egy lovas embert, az én szemeim gyöngék kissé. Senkit se látok, egy csepp porfellek sincs az úton, gróf úr. Miért szólít grófnak? Hát nem mondta nagyságos uram tegnap, hogy gróf bercsényi, kérdé megütődve Laci. Én, Felelt asszemmeresztve. Én, Rozsomák János vagyok, az udvari intendáns. No hála Istennek, rikkantott Fellaci. Csak hogy megtaláltam végre, kedves Rozsomák bácsi. Mit hát nem ösmer? Nem én, uram. csoda ön? Hát én vagyok abból a két fiúból a másik, akikkel az erdőben találkozott ezelőtt egy esztendővel. Tudja, mikor a nyulat megettük? Nem voltam én ott soha felelte Rozsomák idegenül, de a félre ismerhetetlen őszintesség hangján. A bátyámat, a pistát magával vitte Bécsbe, folytatta Laci habozva. Nem vittem én senkit. Itt valami tévedés van. Azt már én is hallottam, hogy nagyon hasonlítok egy bercsényi nevű grófhoz, tette hozzá némi kevésséggel, de nem is ösmerem azt a grófot. Az, aki a bátyámat elvitte, szakasztott mása volt kegyelmednek, s Rozsomák Jánosnak mondotta magát. Teringette. Nem értem, ha csak az ördög nem vette fel az alakomat és nevemet, vagy pedig ön van megbolondulva, fiatalember. Nézze csak, meg, kérem, jön-e már az a lovas. A lovas most sem jött, minél fogva nagy dünnyögéssel távozott a vár felé, otthagyva Lacit, kinek feje zsibongott a hullámzó benyomásoktól. De hát ki volt akkor az a rozsomák? Két embere vagy egy ember? Ha ez az, miért tagadta el a bátyámat, ha pedig a másik, miért tagadta el, hogy rozsomáknak hívják? Megfoghatatlan rejtének látszott előtte, melyből nincs semmi kivezető fonal. E pillanatban érkezett meg a várpalota elé a lovas, akit rozsomák várt. patkó patkói szikrázva csattogtak a köveken. Rögtön körülállták udvari szolgák, a lovak kantárját fogva. Szálljon le sebesen is, ne is öltözködjék át, ő felsége már türelmetlenül várja. Egy fél óra múlva csomagolni kezdett az udvar. A déli órákban már kiszivárgott a hír, hogy az elfogott második Rákóczi Ferenc megszökött a Bécsúj helyi börtönből, s Lengyelországba menekült. Minden nap egy futár jött a császár után Bécsből, az öreg császár, mintha sejtette volna a bajt, minden nap türelmetlenül, izgatottan várta a futárokat. A mai rossz hírt hozott. Az utolsó rákóci szabadon van. Sápadtan jártak keltek a miniszterek és udvari tisztek. A kocsisok a lovakat szerszámozták, a lakájuk a málhákat rakták a társzekerekre. A polgárság közt mindenféle cicomákkal megnövekedve hömpögött a sokat jelentő hír és ettől a naptól kezdve óriási tömegek jártak ki esténként nézegetni a Dunapartra, ha nem piroslik-e még az ég Lengyelország felől. Mindenki hitte, hogy piroslani fog. De Lacira elveszett e hír bűbája, mert mikor a vendéglőbe ért, már otthon volt a szolga a Nesserut Ágnes válaszával. Csak két szót írt, de az sokat ért. Visszaküldte a kis kötelezvényt azon módon, csak azt írta alája finom fonott betűkkel. Láttam, megtartom. Felsikoltott örömében, bánta is ő most, hogy Rákóczi szabad, egész szívét betöltötte az az édes tudat, hogy ő fogoly. 11. fejezet Az eltűnt szerencse Addig nézték Budán azt a pirosló eget Lengyelország felől, hogy csak ugyan piros lett. Először csak egy kis szegé, azután körös körül az egész égbolt. A földből nőttek ki maguktól a kemény daliák, a nyalka kurucok. Még akkor üzenni sem kellett, csak beküldeni a zászlókat. Összekiabálták azok némán az egész országot. Mikor Rákóczi bejött Lengyelországból, kész hadserege volt, s az úgy nőtt, mint a hógumoly. Régi kurucnót, ha jobban elbeszéli azt nálam. Kiállott Rákóczi a munkácsi sáncra, reátámaszkodék pántos pallosára. Reári valkodék a részdobosára. Dobosom, dobosom, udvari dobosom, Most néked megmondom, ne úgy verjed, mint eddig. Isten tudja, hogy lesz, mint, hanem úgy verd rajta, 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 úgy verd a föld rengjen, ég is visszazengjen, Aki él meghallja, sőt azt is kihalva fekszik, felriassza, rajta, rajta, rajta! A forradalom levegője minden réteget áthatott, s rákóci zászlai diadalmasan nyomultak előre mindenfelé. Hiába rakott a lőcsei kalendárium bölcs összecsinálója éppen annyi SS-t, mint VK betűt a napok mellé, mert a kurucok azt tartották, hogy a két esszel jelzett napok a labanc fegyvereknek kedveznek, szuperát szoldát, míg ellenben a kuruc győz a VK jel alatt, mely azt jelenti, hogy kuruc vincit. A kurucok győzedelme gyakoribb volt, s Rákóczi csak hamar ura lett egész felső Magyarországnak. Ott volt már majd minden fiatal dalia, vagy a Rákóczi zászlói alatt, vagy a labancok közt, csak még a mi hősünk, Veres László nem. Mert végre százszor mulatságosabb a haditárogatóknál az a gitár, melyből a kedves leányka parányi ujjai csalják ki az édes hangot. Ugyan dobolhatott Veres Lászlónak a rákóci részdobosa, hogy rajta, 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 ha a szép neszerút Ágnes verte ki folytonosan, ne menj el, maradj itt, Egyébként is nehéz helyzete lett volna, mert szándéka lévén minden áron megnyerni az Ágnes kezét. Nem akart semmi olyat tenni, ami az öreg Neszerót előtt bevághatta volna az útját. Nesserót uram pedig ravasz ember volt, aki a világért sem árulta volna el, miféle párton van. Azaz, hogy el sem árulhatta, mert nem volt ő egy párton sem, gondolta magába. Ki tudja, mi lesz, hogy lesz. Majd a végén tudódik ki, mi az én meggyőződésem? És hogy ne kelljen sem a maga viseletével, sem a szavával elárulni a császáriakhoz, szíte vagy rákócihoz, süketnek tetette magát, és a legöregebb szenátort bízta meg, hogy helyettesítse az ügyek vezetésében. Ő maga csak hűn és a kezeit dörzsölte, ha kérdeztek tőle valamit de azért Veres László mégis megkérdezte egyszer, mikor már nagyon bántani kezdte a lelkiismeret, amiért túnyán lebzsel ebben a nagy munkaidőben. Adja a leányt, vagy nem? Az öreg ötölt hatolt, míg végre ő is egy kérdése állott elő. Mi lenne, ha nem adnám? Hát, az lenne, felelte Veres László, hogy elvenném a kegyelmed akarata nélkül is. Akkor inkább odadom, szólt gúnyosan, hanem előbb szerezzen a lányomhoz méltón vagy megfelelő rangot, vagy megfelelő vagyont. Nekem egyre megy akár az egyik, akár a másik. Nekem megvan az egyik, a vagyon, tehát szavánál fogom. Vagyon! Mit ért kegyelmed az alatt, veres öcsém uram? mert a szegény ember a száz forintot is gazdagságnak nézi, s én nem azért gyűjtöttem az egyetlen leányom számára, hogy azt akárki fölmarkolja. Azért hát jöjjünk tisztába, mi az a vagyon. Majd meglátja, mondálaci hencegő hangon, s miután már meglehetősen leolvadtak azok az ékszerek, melyeket magával hozott, nem tudott bánni a pénzzel. Elhatározta, hogy visszamegy Gyula Fehérvárra, s elhozza onnan a kincs másik felét. Advakuljon meg tőle az öreg Nesszerrót. Pedig Nesszerrótnak talán untig elég lett volna az is, ami most Lacinál van. Csak hogy Lacit fölháborította a polgármester modora, s úgy akart neki visszavágni, hogy az igazán csattanjon. Hadd lássa a kapzsi polgár, hogy mit nevez Veres László vagyonnak, s akkor álljon el szeme szája. Legott útra kelt Gyula Fehérvárra, magához véve a hű dráva kutyát, melyet soha el nem hagyott. Éjjel-nappal vele aludt egy szobában, s annyira megbecsülte, hogy mikor egyszer a szép Ágnes valami főben járó oknál fogva megrúgta a derék állatot, emiatt képes volt rá megneheztelni, napokig kerülni a házukat. A kutyán kívül csak még a legényét, Bonc Mártont vitte magával, akit Pesten fogadott. Marci víg volt, mindenféle zsírral megkenekezett, roppant svádával és furfanggal megáldva, s amellett olyan ostoba arca volt, mint egy birkának. Amint Gyulafehérvárra értek egy nap délben, alig várta Laci, míg beesteledik kisé, hogy a járókelők meggyérüljenek, a legényt beküldte az aranymedvéhez, s ő maga a kutyával dobogó szívvel ment a leégett város rész felé. Az volna a cifra, gondolta magában, s a hideg verejték kezdte kiverni arra a gondolatra, ha már azóta házat építettek volna arra a helyre. Azt ugyan nem tették. Nem arra való világ van most. Házakat építeni, mikor egyebet se csinálnak, mint örökké pusztítják a házakat. A labanc felgyújtja őket a kurucok elől, s a kuruc a labanc elől. Azon módon állt a fekete mező, mint mikor utoljára volt itt. Bizonyosan ott van még a jel is, amit az üst mellé szúrt. Szívdobogva nézett szét. A jel nem volt ott. Ej, hiszen anélkül is. De mégis elfogta az aggodalom, s mintha tanácsot akarna tőle kérni, önkénytelenül a drávát nézte. A hű ebb haragosan morgott valamit, de meg sem mozdult. Pedig valamikor ő maga szaladt oda, ahol a katlan volt. De minek tógyan folyja? Röviden is el lehet mondani a tényt, hogy Laci nem bírt ráakadni a kincs helyére. Pedig ott van a kis kiszáradt szilvafa is, ettől jobbra tíz-tizenöt lépésnyire lehetett az üst. De hát, ha amaz a másik szilvafa volt az. Egy szóval, elvesztette az irányt, s azzal a fejét is. Úgy turkált ott, majd ide rohant, majd amarra rohant, mint egy őrült, de az üsnek se híre, se hamva, s a kutya se segít, hanem érzéketlenül nézi. No, majd megtalálom holnap, hebegte, mikor már majdnem rogyásig elfáradt, s elment aludni az aranymedvéhez. mere még kegyelmed, kérdi az ivóban pipázgató Nagy Gergelytől, ki fontos beszélgetésben volt már akkor eredve Bonc Marcival. A goromba kocsmáros megismerte a hangjáról, s ilyetten kapta le szokása ellenére fejéről a süveget. Ó, fenséges uram, ismerem bizony! No, erre meg aztán nem csak Veres Laci, de Bonc Márton is nagy szemeket meresztett. Hát ki az ördögnél szolgálok én? Betréfás kedvében van kegyelmed, vágott közbe a fanyar mert ő ugyan nem volt tréfának hangolva, hogy megfenségezi a szegény embert. Amire Nagy Gergely elkezdett a mély alázat dacára, melyet egész arca visszatükrözött, a szemeivel hunyorgatni. Tudjuk, amit tudunk, kérem alássan. Lesz-e itt éjszakára szállás, Nagy Gergely uram, mert pogányul el vagyok fáradva, Hát, ha csak az az egy ágy lenne Erdélyországban, nem -e keríteném meg azt is. Másnap, amint felkelt, újult erővel indult az elhagyott telek felé a kincset keresni. Egy lovag jött rá szemben, almás szürke paripán. Laci összerezzent, mikor megszólította. – Te vagy, cimbora! – szólt a lova léptét meglassítva. Laci fölnézett, Ismerősnek látszott az arca, de nem bírta eltalálni honnan. Hát nem ösmersz, én Petki vagyok. elnye hát nem emlékszel a vígmulatságra az aranymedvénél, mikor aztán nálam háltál, lovat vettél tőlem. Emlékszem. Megvan-e még a muciló? Hol van az már azóta? Honnan jössz? kérdélaci, Laci. Messziről. Bercsényi uramtól hozok levelet a fejedelemnek. Igaz, Megtaláltad-e akkor a testvéredet? Nem bizén, felelte Laci röstelkedve, s átnyilallott szívén a szemrehányás, hogy nem is igen kereste. No, én pedig alig hará nem találtam, ha Istvánnak hívják. Hol van, kiáltál Laci muhon, István a neve? Mindjárt gondoltam, mert hasonlít rád. Hol van, merre van? sürgeti reszketek hangon. Sáros patakon van. Felelte kisé húzódózva Petki. Mit csinál ott? Bizaz nem sok okosat csinál. Ül. Ül? Hogy érted azt? Be van csukva. A börtönbe. Szent Istenem. Ott bizaz. Mit csinált? Azt már nem tudom. Hanem az bizonyos, hogy nem szeretném, ha az én fejem olyan gyengén állana a nyakamon. Isten veled, cimbora! mert sietős a levél, amit a fejedelemhez viszek. Sarkantyúba kapta lovát, ott hagyván Lacit az út közepén, forró fejével, tépő gondolataival. Mit tegyek? Rögtön indulok, ez volt az első gondolata, s néhány lépést tett visszafelé. A dráva kutya vígan ugrándozva szaladt előtte a kocsma felé. Ki kell mentenem, meg fogom szabadítani életem árán is, odaborulok a fejedelem lábaihoz, s ha nem adja, kiveszem a börtönből erővel is. Sereget gyűjtök, s megostromlom, ha kell a sáros pataki börtönöket. De hát, ha még a kincs is meg lenne, mert az aranykulcs legkönnyebben nyitja meg a börtönöket. Ó, kedves testvérem, csak hogy végre megtaláltalak. Ha vasban ülsz is, nem tesz semmit. Öcséd elég erős, elég gazdag. Kivált, ha még a többi kincset is magammal vihetném. – Ej, egy fél nap nem a világ! Forduljunk vissza dráva! Hey, – Hé, dráva! Megfordult Laci, de az ebb nem hajtott rá. Utána iramodott, s úgy akarta erővel visszaterelni a nyak fogva, melyre madzagot kötött, de a kutya rámordult, s beleharapott a csizmaszárába, mire Laci dühös lett és megrúgta. – a dráva elkezdett keservesen vonítani, s kiszabadítván magát rohant a kocsma irányába. Sőjegy el a pokolba, dünnyögte hősünk bosszankodva, s egyedül indult az elhagyott telkek felé. Hasztalan volt minden fáradtsága. A kincs helyére rá nem tudott többé akadni, s minél izgatottabb lett, annál kevésbé. Vége van, itt nem segítene más, csak az ásatás. De ásatni már nem lehet titokban, nyíltan pedig meg sem engednék a telek tulajdonosok. Vagy ha megengednék, a legjobb esetben osztályrészt kérnének a kincsekből. Legvalószínűbb azonban, hogy magok ásatnák fel a telkeket. Egyetlen mód van még csak. Megvenni a telköket örök áron a tulajdonosoktól, aztán felásatni. Úgy van. Ezt fogom tenni. Mindjárt megbízom veled nagy Gergely uramat. Visszament a kocsmába, melynek ajtajában vígan szalonnázott Bonc Márton. Hol hagyta uram a drávát? kérdé egykedvűen. Hát nincs itt, szólt ilyetten Laci, hisz visszafutott. Nem jött az vissza, uram. Laci elsápadott. Az nagy baj lenne, hebegte. Isten ments, inkább vágatnám le a jobb kezemet, mintsem azt a kutyát elveszítsem. No bizony, hiszen száz külön kutya van, csak füttyenteni kell. Hallgas, te azt nem érted. Nézd körül, nincs -e itt valahol. Beszaladgálták a kertet, az udvart, bekukucskáltak az ólak mögé a kocsi színbe, a szalmakazlak zigzugába, nem -e odahúzódott meg a szegény dráva, aki olyan zokon vette, aki annyira elérzékenyült, amiért a gazdája megrúgta. Laci hova tovább jobban a szívére vette, szemei megüvegeshettek, homlokán hideg verejték gyöngyözött a megdöbbenéstől, hangját lassú reszketegség fogta el. Kiállott az aranymedve elé a kőre, s onnan kezdte kétségbe esett hangon hívni. Dráva, Dráva, gyere elő, kedves kutyácskám, ne haragudj meg rám. Bocsásd meg, hogy megsértettelek, nem bírtam a haragommal. Tátó, ne! Dráva, ne! De a dráva csak nem akart előjönni. Most hagysz el, a legnagyobb dolgomban magamra maradok. Nem szép tőled, dráva, gyere vissza, édes kutyám! Nosza utána szalasztotta az aranymedve összes cselédségét. Négy arany díja, aki visszahozza a dráva kutyát, amire aztán még nagy Gergely uram is kutyakeresőbe indult, de üres kézzel szállingóztak vissza a harangszókor. Se híre, se hamva a dráva kutyának. Sajátságos, nyomasztó érzés szorította össze a Laci szívét. A júliusi ég derülten ragyogott, az ódon házfedelek nyájasan mosolyogtak a napfénytől, de ő neki ridegnek látszott az egész világ. Sohasem volt ő még ilyen egyedül. El kell szaladni a városi főbíróhoz, hadd doboltassa ki mindenfelé a drávát. Száz aranya díja, aki visszahozza. Egy óra múlva már perget adok, hogy tudtára adatik mindenkinek, mi szerint. Egész Gyula nem csinált egyebet, mint a kutyát kereste. Jöttek is becsületes megtalálók bőven az aranymedvéhez, fehér ebeket vezetve kötélen, de egyik se volt a dráva, az örökre oda lett. Laci eközben behitta Nagy Gergelyt a legbelsőbb kamrába, s így szólt hozzá. Mit gondol kegyelmed, meg lehetne venni az összes fundusokat az elégett város részben? Pénzért mindent lehet, kérem alássan. Kinek a telkei azok? többnyire jámbor őrmény kereskedőké, azok pedig a lelkük üdvösségét is eladják, ha nyerni lehet rajta. Akkor hát, vegye meg nekem azokat a telkeket. De mire valók azok a fenséges, akarom mondani a nemzetes úrnak. Házat és kertet akarok ott csináltatni. Nagy Gergely uram ravaszkásan mosolygott. Hát mégis igaz lesz. Hmm és megcsavarintotta a deres bajuszát. Mi? De rék leány ez instálom, akár egy mesebeli tündér kisasszony, magas, vékony, nagy szemű, az bizony megérdemli, hogy új házat építsen neki fenséges uram. Ugyan hagyja el már azt a bolondozást azzal a fenséges címmel. Miféle leányról beszélkend? Hát a teleki kisasszonyról Tudjuk mi már, azt én a verebek is csiripelik Gyula Fehérvárt. Hogy nem tetszik róla semmit tudni? Jó, jó. Legyen titok, ha titok. Még estig minden fundusa milyen lesz. Hanem egyet, előre is megmondok, hogy a pro-libertáte pénzeket ezek a gazemberek el nem fogadják. Aranyban fizetek. Az már szó. Az arany olyan a pénzek közt, mint a tudós minden nyelven beszél, s mindenkinek a szívéhez szól. A rés csak olyan, mint a szajkó. Egyetlen szót makog, amit belevernek. Amit ígért, Nagy Gergely megtartotta. A fundusokat összevásárolta még aznap, megkötvén a Veres László nevére az örök adásvételi kontraktusokat, amelyben lemondanak a földről, s még arról is, ami fölötte vagy alatta van. Bánták is azt az örmények. A városban most már kéz bizonyossággal terjedt el a hír, hogy egy királyfi van itt, aki a teleki Mihály uram leányát veszi el, spalotát épített Gyula sokkal fényesebbet, különbet a fejedelmi laknál. Az együgyűbbek megijedtek. Micsoda? Itt fog lakni? Hát ezután már két király lesz Erdében. Nem jó dolog ez, atyafiak! apafi Mihály uramat még csak megbírtuk valahogy, de ha még egy másik fejedelem is lesz, bizisten, ki kell vándorolni innen. Másnap, harmadnap hozzáfogtak az ásatásokhoz, slázasan folyt a munka. Laci felásatta az egész területet, futkosott egész nap az egyik ásótól a másikhoz, s kínos volt nézni, amint egyre borultabb lett a homloka, s egyre zavartabb a tekintete. Az emberek azt csúttogták, meg van őrülve. Csak ássatok, ássatok, sürgette őket, megfizetem a munkátokat, s az aranyait csörgette. Még éjjel is ástak, de az nem volt sem fundamentumásás, sem ültetmény alávaló, csak éppen, hogy föltúrták a kemény, engedetlen földet. Tisztára megbolondult a szegény királyfi. Még arra is gondoltak, hogy megjelentik a szomorú esetet Gernyeszegre, ahol a hatalmas tanácsúr és családja tartózkodott ez időtájt. Egy hétig folyt a munka. Sok rozsdásvas, öreg cserép fordult ki a kapa alatt. De az üstnek semmi nyoma sem volt. Azt hitte volna, hogy álmodta ő az üstöt, ha nem emlékeztetné rá minden. A nagy gyűrű az ujján, a címeres vésésű zöld kövek, az aranyak a zsebeiben és a kis vasládában, melyet Boncmarci őrzött, mint a két szeme világát. Hanem hiszen nem sok van már azokból az aranyakból. Nincs annyi kincs, hogy el ne fogjon. A telkek roppant pénzt emésztettek föl. A drávát még most is keresik kiküldött emberek az egész környéken. Minden nap merül fel valamely nyom. Itt látták, ott látták a fehér kutyát. De nem egy fehér kutya van a világon. A munkások méreg drágák, Nagy Gergely uram pedig valóságos nadály. Ért a szipolyozáshoz. Ha a kincset meg nem találják, hát az elemelt fele éppen rámegy a megtalálhatatlan felére. Ott lesz Veres László, ahol volt, mikor idejött. Akár visszamehet megint koldusdiáknak a keresés szenvedélyévé lett, mint a kártyásnál. A csillogó remény folyton ösztökélte. Mindig azzal feküdt le reggel, hogy majd holnap. Még egyszer csak üres lesz a zseb is, meg a vasláda is. Az utolsó arany is elgurult, és mégsem volt meg sem a kutya, sem a kincs. Ej, hey, ha én akkor meg nem rúgtam volna azt a kutyát, sóhajtott fel, majd leborult sírva az asztalra az aranymedvében. Ha én akkor egyenesen sáros patak felé indultam volna, meg volna most a pénz is, kutya is, és tán bátyámat is kiszabadíthattam volna. Egy szóm volna kegyelmethez, nagy Gergely uram. Mit parancsol? Menjen el az örmény kereskedőkhöz, és adja el nekik a fundusokat, ahogy veszik. Hát nem építkezünk már, nem kérek belőle. Nagy Gergely uram azt se bánta. Elsinkófálta a fundusokat potomáron, s másnap útra kelt Laci azzal a pénzzel, szomorúan, lehangoltan. Hová megyünk, uram? kérdé Bonc Marci. Nem vagyok én többé urad, hanem ha beveszel, beállok cimborádnak. Hogy -hogy? szólt ez nagy szemeket meresztve, Hát nem királyfi az úr? Szegény fickó vagyok, én pedig azt hittem gazdag bolond. Ja, volt, nincs. Elfogyott a pénz, szolgám. Majd máskor beszélem én azt el neked. Vígan kurjantott erre, Marci. Annál jobb, ha így van. Velem jössz Marci. Akár a világ végére. Sáros patakra megyünk. No, azt éppen szeretem. Ott van a testvérbátyám elfogva, azon szeretnék segíteni. Teremtette, ha ezt tudtam volna, de csak nem a kurucok fogja. Úgy hallottam azoké. Na no, ez furcsa dolog, mormolta a fejcsóválva. Ennye, ennye, hát mibe keveredhetett a kurucok ellen? Éppen ezt nem tudom, de majd meglássuk. Így indult meg nehéz szívvel Veres László szegényesen. A nagy kincsből nem volt már semmi, csak az eladott fundusok csekélyára és a címeres gyűrű az ujján, meg egy fényes álom emléke. Nem tudta, kit sajnáljon jobban, a pénzéte, Ágnest-e, vagy a drávát. 12. fejezet A rab Nagyot sóhajtott Laci, mikor végre hosszú, fáradtságos út után ott álltak a sáros pataki várnál. Zászló nem lengett a homlokzaton. A fejedelem nincs most itt. Itt vagyunk, Marci bácsi. Most már a legelső dolgunk utána járni a bátyám ügyének. Aztán valami alkalmazást keresünk magunknak. Megtudták nagy nehezen, hogy csak ugyan ott ül Veres István az egyik várbeli tömlőcben. Egy jó akaratú őr meg is mutatta nekik az olmos ablakot, ahol ül. Mit vétett? Az őrök vállat vontak. Ki tudná azt? Sokat nem kötnek a mi orrunkra. Nem hallották kegyelmetek, mi fog vele történni? Fölakasztják, felelte kurtán a porkoláb. Laci szemeiből kicsordultak a könnyek. Úgy tetszik, nagyon sajnálja az úrfi. Talán valami atya fia? Testvérem. Én bizony azt hittem, senki e sincs. Csak az a nagy fekete kutya jár ide vonítani, azt mondják az övé. Igen, kellett lennie egy kutyájának. Megismerném én, ha itt van. Az őr szétnézett az udvaron is füttyentett, mire a kerekbástya mögül előugrott egy lompos fekete kuvasz, mogorván vicsorgatva a fogait. Laci megismerte. Ugyanaz volt, melyet a haldokló boszorkány testált rájuk. Ragaszkodó állat, itt van szüntelen és őrzi a gazdáját, pedig hiszen eleget őrizzük azt mi is. Ragaszkodóbb, mint a mi fehér kutyánk volt, jegyzé meg Bonc Márton. Én csak azon tűnődöm, folytatta a porkoláb, hogy mit eszik. Itt még csont sincs. Laci megtört, tompa hangon kérdé. Lehetne -e beszélni a fogójjal? Nincs rá eset, amiatt kár is volna a várnagyhoz fáradni. Ki a várnagy? Krucsai. Laci megrázkodott erre a névre, s dacosan hebegte. Hol tudhatnám én azt meg, mit vétett a szegény testvérem? Azt Bercsényi uram ő nagysága mondhatná meg, mert az ő emberei hozták ide vasban, sátorai a új helyről. Bercsényi éppen sáros patakon időzött, de Lacit elutasították, nem kapott kihallgatást. Azt mondták, köszvényben szenved a gróf, és nem erezd be magához csak javasasszonyokat és jósokat. Amazokkal gyógyítatta magát. Ezeket pedig szerette, mert a jóslataik, ha jók, kiszivárognak a nép közé, s emelik a hangulatot. Ugyanezt teszik, amit a dupla lénunk. Már most mi csináljunk? Tördelte kétségbe esetten a kezeit, Laci. Én még tudok egy módot. Mi lenne az? Be kell menni hozzá, vagy jósnak, vagy javasasszonynak a képiben, s minthogy az utóbbi nehezen menne. Igaz, Kiadom magamat Jósnak. Az nagy bolondság lenne tőled. Mert ahogy én sejtem, azon dolgokból, melyeket útközben elmondtál életet tarkaságai közül, a ma Rozsomák János nem lehetett más, mint gróf Bercsényi. Azt gondolod? Meg vagyok róla győződve, hiszen a fölkelés sikere mutatja, hogy neki előzetesen be kellett járnia és kapacitálnia az urakat. Ez pedig csak áruhában és álnév alatt tehette. Mondasz valamit. Azért hát enged hat környékezzem meg én a grófot. Majd jósolok én neki olyanokat, hogy mindjárt kiszalad az őkelme lábaiból a köszvény. Bunc Márton regényes hajlamú fickó volt, ki két év előtt még ott molnárkodott a talló melyet a dudvág vize hajt. Ábrándos lelke fölkergette Budára szerencsét keresni, s itt találkozott Lacival elzüllötten. Az szolgálatába vette az öreget. Nagy színészi tehetség volt benne, bámulatosan tudott utánozni másokat, stettetni magát. Ott kullogott vagy két napig a bercsényi cselédjei közt, bibliás jóslatokat mondván Rákóczi királyi székéről, Bécs falainak leomlásáról. Bercsényinek elújságolták szolgái, kíváncsivá tették. Maga elé hivatta, smarci fanatikus arccal, ég felé fordított szemekkel jósolt, rémítő vérfürdőket a labancoknak, olyan furfangos jósdabeli nyelven, hogy az a köszvényes grófot, ki félig meddig hitt is az ilyeneknek, részint mulattatá, részint lelkesítette. Egy hét alatt Marci, vagy amint Bercsényi nevezte el Habakuk próféta, benfentes lett. Bercsényi sokszor hivatta maga elé, hogy mulattassa, s ilyenkor lehetséges volt előhozni a szegény rabot. Egy vasárnap délután éppen ő maga kérdezte, Nos, mit álmodtál, habakuk? Kegyelmes jóram, egy rabról álmodtam az éjjel. És mit álmodtál felőle, derék habakuk? Egy fehér galamb jelent meg álmomban, aki azt csúgta fülembe. Ül itt a sáros pataki várban, nehéz vasban egy legény, akinek veres a neve, s aki, ha kiszabadul, Hét mezőt tesz az ellenség vérétől. Valóban ül itt egy ilyen nevű rab, de amiatt ugyan nyugodtan alhatnak a labancok, nem öl az már meg egy patkányt sem. Talán meghalt? Nem, de meg fog halni. Éppen a ma reggeli stafétával küldte a fejedelem aláírva a halálos ítéletét. Úgy, kérdé Marci megrendülve, mit vétett a szerencsétlen? Lopott, sikkasztott, elárulta a fejedelmet. Ne is emlegest habakuk, mert csak rossz vért csinálsz. Egy fél esztendeje vallatjuk, tortúrázzuk, de olyan konok, hogy nem val. Majd talán az akasztófa alatt magához tér, pedig úgy bíztam benne, mint a saját fiamban. Szomorú arccal kereste fel ezzel a hírrel Lacit. Az magán kívül lett, mikor hallotta, Lehetséges, hogy lopott volna? Kiáltál szívszaggató hangon. Az én testvérem? Nem, én nem hiszem. Én azt gondoltam, a labancoktól fogták el, hadifogoly, de nem tolvaj. És mit lopott? Kitől lopott? Borzasztó. Azt mondod, alá van írva a halálos szentenciája. Istenem, Istenem, mit csináljunk? Bonc Marci vállat vont. Nem segít már itt semmi, szinte hallom már a varjú károgást. Valamelyik reggel kivégszik, észre sem vesszük. Hatán a fejedelem elé mennék, és lábaihoz borulnék kegyelmet kérni. Későn érkeznél, a fejedelem munkácson van, maga Bercsényi is reggel indul Szenicére. Engemet magával visz. Jobb bizony, ha te is beállasz a hadak közé, és együtt megyünk. Nem, én itt maradok, bevárom szegény testvérem sorsát. Nem tudom én, mit csinálok, de valamit csinálok. Át akkor Isten áldjon meg, mert én addig bolondoztam a jóslásokkal, hogy most már visznek, prófétának. Laci egyedül maradt, s az egész éjszakát álmatlanul töltötte. Töprengett vajon, mi történhetett a bátyjával? Ha legalább a bűnt tudhatná, amivel vádolják, mindjárt könnyebb lenne valamit kifőzni ha legalább egy fél órára láthatná és beszélhetne vele. Hát, ha mégis elmenne a várnagyhoz és megostromolná a szívét, hiszen az is ember. Reggel csak ugyanaz tette, hogy megjelent a várnagy lakásán. Egy fiatal hadnagy ült a szobában, mikor benyitott. – Mit akar? – kérdé. – A tekintetes várnagy úrral szeretnék beszélni – felelte Laci félénken. – Milyen járatban van? – A szegény elítélt veres István miatt. Nem lehet, viszonzá emez nyersen. Krucsai uram nem ér rá most. Laci könyörög vetette össze a kezeit, mire a hadnagy, amint oda tekintett, tisztelet teljesen hajtotta meg magát. Bocsánatot kérek kegyelmettől, azt hittem, csak kér. Nem tudtam, hogy parancsolhat. Mire fürgén futott a belső szoba felé, a küszöbről hátra szólva. Menten szolgálatjára lesz a várnagy! Laci azt hitte álmodik. Mi eshetett ebbe az emberbe, hogy úgy egyszerre megváltozott? A következő percben lihegve gurult be a pocakos krucsai, piros posgás arcával, kanári színhajzatával, melyet hátul fésű fogott kurucosan. Laci elhalványodott. Előtte állt ez az arc sokszor azóta. E gonosz ráncok a homlokon, e ravasz, kegyetlen tekintet a szemekben. Atyának gyilkosa. Az öreg krucsai meghajtotta magát az ifjú előtt. Mit parancsol a fejedelem? kérdé ünnepélyesen. A fejedelem? hebegte Laci, de csak hamar összeszedte magát, nem értem kegyelmedet, vár uram, én látom a szekrétum szigillumot, uram, kész vagyok engedelmeskedni. Ah, kiáltott fel Laci önkéntelenül, s rendkívüli zavar festékezett arcán. Ismerem a fejedelem őnagysága titkos mandátumát, itt van az oldal zsebemben. Vagy úgy, igaz, hagyjon kegyelmed magunkra, Gencsi uram. A fiatal hadnagy eltávozott, mi alatt Laci némileg észhez jött, hogy valami rendkívüli tévedés foroghat itt fenn, amit ki kell zsákmányolnia. Tehát magunkra maradtunk, most bízvást szólhat kegyelmed a fejedelem parancsáról. Én a ma bizonyos veres István ügyében vagyok itt. Krucsai meghajtotta magát. Mi történjék vele, szabadon eresztendő, hörgé Laci, és e vakmerő mondatára minden arcizma megrándult. De Krucsai éppen nem csodálkozott rajta, hanem egyszerűen kinyitotta az ajtót, s kiszólt a huszárnak. – Küldje fel, kend a porkolábot! – miközben Laci felé fordult, s közönyös arccal mondá. – Pedig éppen ma kaptam az elutazott Bercsinyi gróftól kezembe a halálos ítéletet. – Holnap kivégeztettem volna! – jó, hogy sietett kegyelmed a parancsal. A Laci szível lázasan dobogott, egy szót sem bírt volna kiejteni, szerencsére jött a porkoláb. Ereszeleg ott szabadon, veres Istvánt, rendeli krucsai, majd újra az ifjútól kérdé. Nincs erre nézve valami külön intézkedés? Én viszem magammal. Amint tetszik, mondá a vár nagy udvariasan. Porkoláb, Kend átadja a rabot ennemes úrnak. Laci sietett kün lenni, Mohon igyekezett a porkoláb után, de Krucsai gyöngéden visszatartotta. Ó, nagy jó uram, nem oda Buda, Nini, engem ugyan szépen megtett volna. Ha a rabot elviszi kegyelmed, hát akkor hagyja itt a gyűrűt. Az ördögbe, ha én is olyan feledékeny volnék. Laci csak most nézett le az ujjára remegve, csak most tudta meg, mi az a csoda A zöldköves, címeres gyűrű, melyet az ujján viselt Lehúzta, és egy tettetett mosolyjal átnyújták rucsainak Ki egy hódoló csókot cuppantott rá Most már rendben vagyunk, mondá Slaci megkönnyebbült szívvel rohant le a garádi csokon Abban a hitben, abban az álmulatban, hogy ez mind csak álom a fejedelem titkos gyűrűje az ő kezén. Hát miként lehetséges az? Egy gondolat cikázott át elméjén. Hát ha azok a fejedelem kincsei voltak, amiket Gyula Fehérvárot talált. De nem volt ideje gondolkozni. Három grádicsot is ugrott egyszerre, hogy utolérje a porkolábot, ki előment rozsdás kulcsaival a börtönök felé. Ott voltak végre a vaspántos, nehéz ajtónál. Egyet csikordult a kulcs az árban, s a következő percben egymás kebelén pihent a két elszakadt testvér szótlanul. A fekete kutya viháncolva ugrándozott mellettük. Menjünk innen, sürgetél a cími szóhoz jutott. Menjünk, menjünk! De miként szabadítottál ki? Majd elmondom, ha egyszer távol leszünk innen, menjünk! De merre menjünk? Akár csak itt nem maradjunk. Elindultak ismét, mint ezelőtt régen, céltalanul a kietlen mezőkön, s csak mikor messze hagyták el magok mögött sáros patakot, indult meg a beszélgetés. No most már, hat hallom, miképp szabadítottál ki. Mondd el előbb magad, miként jutottál be. Nagyon rövid az én történetem, kezdé, és nagyon szomorú. Rozsomák, akivel Bécs felé indultam. Senki más, mint Bercsényi gróf. Mindjárt gondoltam. Ő csak ugyan Bécsbe vitt engem, s csak hamar megszeretett a legbizalmasabb dolgaiba beavatott, a fölkeléshez tett előkészületeket, s erre nézve egyik legfontosabb dologban mentünk akkor Bécsbe, hogy onnan a rákucia kincseit elszállítsuk Magyarországra, valamely rejtett helyre, hogyha esetleg bajtámad, azokat el ne Sokáig titkolódzott előttem, míg nem kiismert, s együtt szállítottuk a kincseket álruhában. Egy nagy katlanban elástuk, csak én tudtam a helyet, meg ő. Más halandó azt meg sem álmodhatta. S mégis, mi történt? Mi? kérdé Laci tompán. Mikor a hadjárat megindult, és szükség volt az ékszerekre, Bercsényi az elásott kincseknek csak a felét találta meg. A többit ellopták. Ha! Borzasztó dűre lobbant, engem rögtön elfogtak, pedig Isten a tanúm, olyan ártatlan vagyok benne, mint a ma született gyermek. Ó, öcsi, mennyit szenvedtem én a börtönben, nem az éjség, nem a tortúra, hanem a gyalázat miatt. Valladtak, kínosztak, kinek árultam el a kincs hollétét, váltig mondtam, ártatlan vagyok, de nem hitték. És én magam sem tudom fölfogni, hogyan történhetett. És. Hová ástátok el az ékszereket, Unszólál Laci remegő hangon. A fejedelemnek volt egy lakatlan, szerény háza, gyula fehérvárott, melyet még az apja építetett ott egy öreg tisztartója számára. Abban ástuk el a nagy részüstöt. Szent Isten! kiálltál Laci, és térdei megrogytak, mi alatt halántékaihoz kapott, érthetetlen szavakat motyogva. Akartál talán mondani valamit, kedves öcsém? Laci rábámult, megüvegesedett szemeivel, habozott egy pillanatig, valami láthatatlan szellem, mintha azt csuttogta volna neki. Vaj be mindent! De a fekete kutya, mely ott settenkedett a lábaik alatt, közbevakkantott, és elzavarta a jó szándékát. Ej, mit használna, ha mindent elmondanék? Úgy is csak ott volnánk, ahol vagyunk. Legfeljebb engem érne örökös szemrehányás. Majd hangosan mondá. Nem, semmit sem akartam mondani, csak azt, hogy siessünk minél jobban, mert nem vagyunk kellő biztonságban, míg labanc tábort nem érünk. Hogyan? Nem értelek, hisz nem szökünk, szabadon eresztettek. Azám. Ott a halálos szentencia ellenet krucsainál. Csellel szabadította Lakki, mely előbb-utóbb kisül, s akkor aztán mind a ketten veszve vagyunk. Miféle csell lehetett az? El nem bírom gondolni. Ne firtasd, majd eljön az ideje, hogy elbeszéljen. Ez már baj, szólt Pista elszomorodva. Olyan baj, amelynek jó oldala is van, hogy krucsai uram keserüli meg. Hát most már mi tévők legyünk. Mind a ketten beállunk labancoknak. Azt már nem teszem, hanem a becsületemet megyek keresni. Az ugyan nehéz lesz, már én pedig mégis utána nézek, csak még azt nem tudom, melyik úton kezdjem estére beértek Úliskára, ahol legelőbb is a bozontos, kuszált, börtönben nőtt szakállát vétette le Pista. Egészen más ember vagy, kiáltálaci, végignézve a szép, sudárnővésű ifjún. Ugyancsak kihúzakodtál két év alatt, rád nem ismer senki. Éppen azt akarom én, mondá Pista halkan, hogy rám ne ismerjenek. 13. fejezet Akit a golyó nem fog A ma kalandor főnökök közül, kik mikor Rákóczi a lengyel határon belépett, még mindjárt beszkednél csatlakoztak hozzá, legtöbbre vitte Ocskai László brigadéros uram, aki az ünnepelt hősök közé küzdötte fel magát. Sok labanc vérbe került, Vítésségének híre legendák alakjában járt az országban, éppen úgy, mint később vakbottyáné vagy a bezerédi Imréé, akit nem fogott a kard éle, mert talizmánt viselt az övén. Egy lapos, kerekded lemezt e hátulról előről egyforma kabalisztikus mondattal. Szátor arepo tenet opera rótász de mind egy dicsőség koszorúzta kuruc vezéreknél népszerűbb volt Magdai István, katonáknak kedvence, népdaloknak tárgya, bottyán hadának szemefénye. Magdai Istvánról az volt a hiedelem, hogy testét a golyób is nem fogja, s kit anyaszült nem árthat neki, mert meg a Szent György éjszakáján pont éjfélkor talált gyík zsírjával. Honnan jött, hová való, senki sem tudta. Maga Bottyán is csak annyit tudott mondani, hogy érsekújvár körülzárolásánál nevezte ki közlegényből hadnagynak. S később, mert úgy harcolt a csatákban, mint egy oroszlán, egy csapat parancsnokságát bízta rá. Csodálatos katona, írta Bottyán 1750 Tata mellől Bercsényinek, ki érdeklődni kezdett Magdai iránt. Múltkor egy golyó horzsolta a lábát az ostromnál, de ő nem engedte csizmáját lehúzni, mely tele volt aludt Vétek volna, így szólt, azt a hitet elmúlni hagyni, hogy a golyó engem meg nem vérez, inkább tovább szenvedek egy kicsit a sebben. S úgy is tett. Fenjárt a sebesült lábával, ráfogta azért sántit, mert az új csizmája szorítja. Így keverik a szegény csizmadiákat rossz hírbe, azok voltak ám a deréknapok, mikor egyszerre két hadvezért szalasztottak meg Bottyánnal. Pál Fibán szombathely felé sietett, hogy a Szent Gott táborozó helyszter Hanibállal csatlakozzék. Bottyán elejébe kerülve körül táborozta seregét szombathelynél. Tudja-e kegyelmet, generális uram, mit gondoltam? Szólítá meg Magdai. Mit? Helyszter azt hiszi, mert már megvitték neki a hírt a kémek, hogy mi most itt farkas szemet nézünk szombathelyjel, és ássuk a víjárkokat, amint igaz is. Képzelem, olyan nyugodtan érzi magát, mintha az édesanyja kötényével volna letakarva. Jó tréfa lenne, ha mi most a sereg egy részével rátámadnánk. Nem egészen bolond gondolat, hagyta rá a vezér. Tegyük meg! Szóból tett lett, Felültettek lóra hat ezred lovast, és szekerekre ültették a gyalogságot, azóta se volt még olyan úri állapota a bakának, és sebes vágtatva vitték Szent Gotthárd alá, hol a semmit sem gyanító helysztert teljesen meglepték. Ködös téli nap lévén hadait összetörték, s azokat, akik életben maradtak, kikergették a határokig, sőt még azon túl is egy nagy darabon stíriába. Magdai magát helysztert vette üldözőbe, bontalábú kis pejlovával mindenütt utána járt. Megállj! Megállj! Mikor egy síkmezőn messze előre lovagolt Magdai az övéitől, hátra hátrafordult. No hát, mérjük össze a kardunkat. Látom, hogy önnek különös kedve van rám. Az én fejszém a nagyfákat keresi. Kihúzták a kardjukat mind a ketten, de Heiszter szerencsétlenül járt, lova megijedt valamitől, és kisé félreugrott, miközben összerezzent a vezér, s a legszerencsétlenebb pillanatban kiesett a kartpenge a kezéből. – Szakra blő, káromkodott a vezér, önkéntelenül hátrahajolva nagy dereslován, hogy legalább az első vágás ne érje. – De Magdai! egy perc műve volt. Lehajolt lováról a kardért, oly ügyességgel, mint egy erőművész, és átnyújtotta a Hogyan? Ön visszaadja kardomat, ahelyett, hogy lekaszaboljon? Hiszen megtehette volna. Meg is tettem volna, ha üldözőben esik meg ez, de ne feledje, tábornok úr, hogy kegyelmed önként fordult vissza. Ez hát párbaj, s nem verekedhetem fegyvertelennel. Igaza van, uram. Ön igazi nemes ember. Szeretném a kezét megszorítani, ha időnk lenne az ilyesmire. Íme jönnek, siessünk! Valóban már hallani lehetett a kuruc huszárok lovainak dobogását, mert a nagy köd miatt látni éppenséggel lehetetlen volt. Összecsaptak ádász hevességgel, villámlott a két kard és messze csengett. Egy roppant vágást mért Magdai helyszterre, jó szerencse, félreugrott. Nosza, újra kezdik, de most meg a kurucok rontották el, mert amint közelérve látták, hogy Magdai István izzadit erős munkában, valamelyik huszár segíteni akart rajta, rálőtte a karabéját helyszterre, de bizony csak a lovat találta, mégpedig a Magdaiét, mely azonnal összerogyott. Isten önnel, kiáltál elvágtatva Heister, ha egyszer önnek is letalálna esni a kardja, számítson rám, én azt akkor fölemelem. Frislóra ült Magdai villám gyorsan, skergette tovább az ellenséget, ahol utolérte vágta, mint a répát néhányat levágott, két vasas németet el is fogott, s úgy hozta az Isten adta labancait, hogy kihúzatta velük a kardjaikat, úgy mentek elől fogoldjanánt is, kivont karddal, míg ő hátul kullogva hüvejébe dugta a magáét. Mire visszatértek szombathelyre, már az alatt hűlt helye volt ott Pál Fibánnak, magától megfutott német új hely felé. Az egész Dunántúl megtisztult az ellenségtől. Magdai olykor magához vett vagy ezer lovast, s egész Bécs külvárosáig száguldozott, nagy rémületet gerjesztve a birodalmi székvárosban. Mindezen vités cselekedetei, de különösen Simon tornyánál tanúsított hősies magatartása eljutott a fejedelem füléhez is, ki neki a helyszterrel vívott párbaj után saját munkácsi istálójából egy gyönyörű feketemént küldött ajándékba a lelőtt pej helyett. Rákóczi ajándékát jóval megelőzte a híre. A fejedelem, aki Miskolcon volt téli szálláson, elragadtatva beszélt környezetének az újonnan támadt kuruc hősről, Magdairól. Portyázás közt heted magával miként kaszabolt le egy harminc emberből álló labanc csapatot. Hírmondó sem maradt belőle. Máskor, amint a szitási völgykatlanban lovagolt társaival, a hegyről egy egész dandár labanc rájuk tüzelt. A társai mind elhullottak, de a golyózápor közepet neki annyi baja sem lett, mint a kis ujjamnak. Az ilyen ritka ember megérdemli, hogy a legszebb lovat válassza ki a fejedelmi istállókból, hanem még többet ér, ha egyenesen maga a fejedelem választ ki neki egyet. Palutási Kristóf, aki leveleket hozott Bottyánhoz, beszélte el, hogy Magdai István uramat nem sokára olyan lóra ültetik, amilyenen még az öreg apja sem ült. Aranyozott lesz a kantárja, pirinyó ezüstlemezekkel csörgősre kivarva a nyerek takarója. Csak hogy azt még meg kell élni. A fejedelem is messze van munkácstól, munkács is messze van szombathelytől. Geve lesz a csikóból, míg azt az utat megjárja. Aztán minden a levegőben van mi nálunk. Maga a felséges fejedelem mondotta nemrég egy kérelmező telhetetlen küldöttségnek. Kedves barátaim, én semmit sem ígérhetek. Még talán ez a mentesem az enyém, ami rajtam van. Egy viseltes kamukaposztós mente volt ő felségén. Örült az egész sereg a hírnek, pedig irigykedni szoktak máskor, de Magda itt mindenki kedvelte, Szerény volt és áldozatkész. Barátaiért mindent megtett, de tőlük soha semmit nem kívánt. Az alárendeltjeivel szemben nem volt gőgös, de szolgai sem volt a fejjebb valók iránt. Ha vitésséget követett el, arról mélyen hallgatott. Ha más vitvékhez derekas dolgot, annak ellenben ő volt a legélénkebb magasztalója. Azért énekelte meg olyan lelkesen egy akkori kuruclant, mely magunk közt legyen mondva nem sokkal szebben csengett, mint a libertás garasok. Bontalábulovon jár Magdai István, ragyogó név lesz ez a mennyei listán. Amerre ő lépdel, ott jár a dicsőség. A halálnak István bizony nagy segítség. Ebből világosan látszik, hogy a versezet keltekor még a kis pejló hordta Magdait. S nem a fejedelemé. Bár ne is horta volna soha. Egy nap, amint egy közeli látogatásból hazatért, a botján egyik kimustrált gebéjén, riadó éjjennel fogadta a hadiszálláson az egész sereg. – Mi történt? – kérdi félig tréfásan, félig csodálkozva. – Engem éjjeneznek kegyelmetek, vagy a lovamat! Mind a kettőt, felelte Bónis János. Megjött a fejedelem küldeménye. Egy fölséges vasderes. Bottyá már kerestette is kegyelmedet. Várja a sátorban. Magdai arcán tündökölt az öröm, legott lepattant a nyerekből, odavetve a kantárt egy közlegénynek, maga szapora léptekkel a vezér sátorába ment. A zsibongó hadból, mely a sátor előtti téren tanyázott tüzek mellett, párolgó üstök körül, egy fekete László nevű közlegény, aki iránt nagy gyöngétséget árult el Magdai minden alkalomkor, s nem egyszer lehetett őket látni bizalmas, meghitt suttogásban, eléje futva a kezeivel integetett, hogy ne menjen be a sátorba. De utolérni nem bírta a közlegény, s maga Magdai az örömteli izgatottságban észre sem vette a fekete László sajátszerű integetését. Belépett a sátorba. Vagbottyán elejébe ugrott vidáman, s aztán hátrafordulva mondá az ott álló alakhoz. Éme méltóságos nagyuram, Magdai István, akit a felséges vezérlő fejedelem kegye a háttérben álló alak előlépett erre, s kinyújtotta a kezét, hogy megszorítsa a magdaiét, és abban a pillanatban ismerte csak fel, hogy Bercsényi gróf áll előtte, és elsápadott. Bercsényi visszarántotta a kezét, sötét árnyék vonta be csontos férfias arcát. Ah, kiáltá önkéntelenül, te vagy az! Hallatlan! Magdai testét lassú reszketegség fogta el. – Hogyan? Hát már ismerte vitéz Magdaimat, méltóságos uram? – kérdé meglepve bottyán. – Nagyon is ismerem – felelte Bercsényi gúnyosan. – Bizonyosan jobban, mint kegyelmed. Adja át a kardját – tette hozzá szigorú hangon. Magdai megtörten, halott halványan oldotta le derekáról a kardot. Vagbottyán fölháborodva hebegte. De hát, mit cselekszik, kegyelmet, főgenerális uram? Majd mindjárt megmagyarázom. Ismét Magdai felé fordult. Takarodj ki addig. Az engedelmesen, szemlesütve tántorgott ki a sátorból. Ott kűn a sátor előtt két díszhuszár állt, panyókás mentében forgós kalpagokkal várva, míg ott benn elvégzi a fejedelmi biztos a ceremóniákat, addig is féken tartva a prüszkölő, toporzékoló ajándékparipát, aranyos csótárral, ezüstös nyereggel, virágokkal átvert sejemtakaróval, míg annak a gazdája az ünnepelt hős kilépne. Végre kilépett, s egy égreszkedhető éjjel hangzott fel a lelkesült, feléje tolongó kuruc ajkán. Azt senki sem vette észre, hogy kardja nincs az oldalán. Csak azt látták, hogy nagyon sápat, de hát a dicsőségtől is megfehéredhet az arc. Magdainak egy gondolata támadt. Amint elejébe vezették a huszárok a gazdagon díszített lovat, egy merész ugrással rajta termett a hátán, egyszer-kétszer megficánkoltatta, mintha próbálná, aztán gyű belevágta sarkantyúját, kivált a táborból, s elszáguldott köd előtte, köd utánna. A kurucok bámulva néztek utána, hogy micsoda bolond kedftel az ilyen ünnepélyes pillanatban elkalandozni. Itt hagyni őket a faképnél, mikor még csak most jönnek a többi ceremóniák, amint azokat botján tudtulatta. Gróf Bercsényi felolvassa a fejedelem Magdait magasztaló levelét a hadsereg előtt, azután az ökörsütés jön. A csapra verendő hordókat el is felejtettem mondani. Majd visszatér, az csak egy kicsit kipróbálja a lovat, mondák némelyek. Kedvetelik benne, te nem is csoda, fölséges állat. Mindenki azt hitte, visszajön rögtön. Pedig már csak mint egy fekete pont látszott a láthatáron. Csupán egy ember tudta a seregből, hogy nem fog többé visszajönni. S nyergelt is legottan, így szólva a társakhoz. – No, fogadjunk, hogy utolérem! Amire azok fölkacagtak. – Te akarnád a fejedelemlovát utolérni ezen a gebén? – kehes kehess, De az nem sokat törődött a gúny nyilaival. Felült és utána vágtatott a pókos fehérlován a többiek hahotája közt. Ugyanaz az alak volt, aki az imént integetett Magdainak, hogy ne menjen be a sátorba. Ott bent pedig ez alatt, amint magára maradt a két úr, mohon ragadta meg Bercsényi a botján vállát. Tudja, e kegyelmet, ki ez a fiatal ember? Hát ugyan ki kérdé türelmetlenül és bosszúsan a vakvezér, miközben a látó szemét is behunta. Abban a hitben volt, hogy Bercsényit bizonyosan ellenszenve ragadta e brutális elbánásra, nála ugyanis gyakran esett ez meg. Ez az ember egy veres István nevű tolvaj, aki a rabságból megszökött. Nem lehet az, sziszent felbottyán, s kinyitotta a szemét, ha nem tréfál-e a gróf. Jobban szerettem a fiamnál a halálos ítélet előszökött meg sáros patakról, infámis ravassággal. A fejedelemtől lopott gyűrűvel szedette rá a szegény öreg krucsait, a csavargó öccse által. De ez egy egész hosszú történet. És azután elbeszélte előről az egészet. Bottyának nyitva maradt a szája, és sokáig nem bírt szóhoz jutni. Úgy, úgy, generális uram, a fickó egy közönséges gonosztevő. Mondhatom, szép meglepetés volt rám nézve, aki magam vállalkoztam rá, hogy a fejedelmi biztos helyett elhozom neki az ajándékot, s körülnézvén a kegyelmet táborában egy jó napot csinálok a katonáinak. No, majd nagyot néz a fejedelem, ha megtudja. Még ma megírom neki. A legvitézebb katonám, sóhajtott felbottyán mi fog vele történni. Az a fejedelemtől függ. Én a kegyelmezését fogom kérni. Itt mindig a legszebben, legnemesebben viselte magát, még a kutyája is többet ér egy labancnál. Nota bene, nagy fekete kutyája van, mely a sereggel jár, s az ütközetben közibe megy az ellenségnek, harap, marcingol, mint egy dühös tigris kölyök. Ugyan, ugyan, főgenerális uram, Buhítsa meg a szívét kegyelmed. Addig-addig rimánkodott neki botján, míg végre kiengedett a hirtelen természetű gróf. Istennek én nem bánom, terjessze fel kegyelmed a kegyelmezés iránti instanciáját ő felségéhez. Ezt a címet kapta Rákóczi erdében. Én nem leszek ellene, ha megmondja, hol vannak a kincsek. Hívassa be, kérem egy szóra, de a sátor mellé állított díször azt mondta, ellovagolt. Miféle lovon? A fejedelmi vasderesen. Nem is fog akkor az soha többé visszatérni, mondá vakbottyán szomorúan. És igaz is lett. Magdai, vagyis Veres István, mert ő volt, s a fekete László név alatt is Veres Laci lappangott. Meg sem állott csak a helyszter táborában ha itt nem kellettem, gondolta magában, majd kellek oda át. Szívek keserűséggel volt tele. Érezte ártatlanságát, ki akarta bőjtölni, megpróbálta átváltoztatni a rettenetes végzetet, mely büntetlenül leteperte, de a fátum rátalált, s új csapást mért ellene. Mit tehetett volna egyebet? Menekült, ahova tudott. Hiszen megmondta neki Helyszter, ha az ön kardja esik le egyszer, jöjjön hozzám. Én is fölemelem. Szavának állott. A két kuruc legényt jó szívvel fogadta, s mindjárt egy portyázó csapatot bízott istvára, míg ellenben Lacit beosztá egy másik hat testhez, mert annyira mégsem bízott a két testvérben, hogy együtt hagyja őket. De a bizalom is megjött apródonként. Veres István lassanként egyike lett a legjobb császári csapatvezéreknek, akit sűrűn és dicsérőleg emlegettek a Bécsbe küldött bulletinek. Mikor Rákóczinak megírta Bercsényi a magdai esetet, miként találta a hős állarca alatt a tolvajt, s miként tűnt el az ajándéklovon hirtelen, a fejedelem bosszúsan toppantott a lábaival. A tolvaj nem lehet hős, magdai pedig igazi hős, rögtön kiadta a parancsot, hogy bárhol érjék, kegyelem Magdai Istvánnak. De mikor aztán hónapok múltán híre jött, hogy a császári seregnél szolgál, s félelmetes most a kurucnak, a fejedelem ingerülten dörmögé. A becsületes ember nem lehet soha áruló. Aztán kiadta a parancsot, hogy bárhol érjék Magdai Istvánt, halál a fejére. 14. fejezet A vérpad Magdai ezentúl is annyi kárt okozott a fejedelmi hadakban, hogy Rákóczi 200 aranyat tűzött ki annak, aki élve halva elhozza. Körülbelül egy fél év múlt el. Az iblói mezőn kemény csetepaté volt egy júliusi délután, helyszternek egy cirkáló csapata és a kuruc legények között. A kurucok alig voltak nyolcvanan, az öreg Jóska apu vezette őket, a legüregebb káplár a felkelő hadak közt, aki, ha munka nem volt, mesélgetett a katonáinak vígan lobogó tábor tüzek mellett. Ha pedig munka volt, régi frindzsájával úgy vagdalá a németet, mint a szabó apostót. A labancok lehettek vagy százan, amint az iblói erdőnél feltűntek. Hajrá! Kiálta Jóska apó azokra, akik a számerőt kezdték aggódva mérlegelni. Ne olvassuk őket most! Majd kényelmesebb lesz összeszámolni, hogy hányan voltak, ha már meg sem moccannak. Neki durálták magukat a kurucok, s majdnem úgy lett egy jó óra múlva, ahogy Jóska apó mondta. Kit megöltek, kit megsebesítettek, kit elfogtak, ki meg elfutott ő maga a vezénylő tisztre vetette magát, s noha az vitéző viselkedék, fogjául ejtette, s vitte a többi foglyokkal, mint egy harmincat ejtettek. A császári tiszt fürkésző tekintetet vetett Jóska apóra, mintha ismergetné, de nem szólt semmit, csak a fejét hajtotta le búsan. Az öreg káplárnak magának is ismerősnek látszott a tiszt, de csak belenyugodott, hiszen nem egy labancot látott már, hát nincsen benne semmi különös, ha hasonlít valamelyikhez. Különösen a tiszt hímzett kardövet tűnt fel neki. Eny, eny, látta már valahol ezt a kardkötőt. Az öreg katona homlokát nyomogatta. Hol is csak? Enye, enye, Végre egy nagyot kurjantott. Hopp, megvan! Vállon ragadta a fogoly tisztet. Hol vette az úr ezt az övet? Mi köze hozzá? Felelte dacosan a labanc tiszt. Éppen ebben a pillanatban ért oda Hajdú János, aki ezelőtt botján alatt szolgált, s élénken fölkiáltott. Teringette, hisz ez Magdai István! a fogoly összerezzent, s fülig vörösödött, Jóska pedig kíváncsian kérdezte. Miféle magdai István, akinek az előkerítésére kétszáz aranya tűzött ki Rákóczi fejedelem? Azám, hitetlenkedék az apó, nem lehet az. Hogy mi nem lehet? Vagy az nem lehet, hogy a fejedelem kétszáz aranyat tűzött ki Magdai Istvára, vagy ha ez úgy van, akkor az nem lehet, hogy ez magdai legyen. Nincs nekem ecsém, akkor a szerencsém. Már pedig az így van, dobos uram, lelkendezik Hajdú János. Ha 199 aranyom volna, mindjárt odaadnám kegyelmednek érte, még akkor is nyernék egy aranyat. De mivel, hogy nincsen több három libertásomnál, jó lesz a 200 arany magamnak is. Csettentett nyelvével Jóska apó. Elviszem haza az anyukomnak aztán a fogolyhoz hajolt, és bizalmasan súgta. Igazán kegyelmed az a magdai. Mire visszasúgta Amaz? Én a Pista diák vagyok, a kegyelmed egykori diákja. Egyet hőkölt erre Dobos bácsi, és fölsziszent, mintha valami kígyó marta volna meg. Lehetetlen. Hebegte, de amint jobban megnézte a hosszúhajú hajú, szőke ifjút fölkiáltott. Az vagy, igenis az vagy, teringed tehát, hogy jutottál ennyire? Elkezdte a fejét vakarni. Ej, ej, hát azért tápláltalak én téged. Addig-addig nézte az öreg, míg kibudjant a könnye. Szegény fiú, hát így kell nekünk találkozni. Az öcsét hol van? Az is ott szolgál helyszter alatt. Az is. No, mondhatom, szép örömet éltem meg belőletek. Adta kölyke, kétszáz aranyat húztál most ki a bátyád zsebéből, amiért te vagy, és nem az, akinek gondoltunk. Hát illik ez. Ne busuljon, Dobos bácsi, mert az a Magdai István is én vagyok, mondá a fogoly keserűen. Te vagy. Hát hogy lehet az? Azt a nevet vettem fel. Mi? Hát oly vitéz lett belőled, hogy annyit adnak a fejedért, szegény fiam, szegény fiam. Odahajolt hozzá, megsimogatta szeretettel, összecsókolta, miközben forró könnyei úgy hultak, mint a zápor eső. A császári tiszt is sírva fakadt. Megszakad a szívem, zokogta, megszakad. Jaj, mit fog a nénétek mondani, hogy általam pusztultál el, mert ne hidd azt valahogy, édes fiam, hogy én szabadon eresztelek. Becsületes ember vagyok, ha megfogtalak, elviszlek, én a fejedelmet meg nem csalom. A saját fejemet oda kínálom a tiedért, de a tiedet ki nem hagyom siklani a kezemből. S hogy valahogy kísértetben ne jöjjön, előkereste Hajdú János uramat, aki a szekerek körül foglalatoskodék. Hallja a kegyelmed, azt mondta az imént, 199 aranyat adna a foglyomért. Ha volna igenis, mert kész pénz a fogoly. No hát, odaadom én kegyelmednek, ingyen. Csak te nem bolondult meg. De meg lehet, hogy megbolondultam. Azonban ne törődjék kend azzal. Nekem nem kell a fogoly, mert attól félek, hogy elereszteném. Sem a 200 arany, mert attól félek, hogy rám kiabálna. Kelmedé a fogoly, kelmet fogta, én nem tudok róla semmit. Hát akkor köszönöm a lássan, dobos uram, majd elviszem én sáros patakra olyan szépen, mintha tojás volna. Hanem én is utána megyek, gondolá magában dobos bácsi. A fejedelem éppen országgyűlés tartott sáros patakon. Rosszul mentek a dolgok, csillaga hanyatlott. Felette ingerlékeny és búskomor volt, minden gondolkozás nélkül írta alá a Veres István halálítéletét. Hadd legyen példaadás, kétszeresen megérdemli, Bakó üsse le a fejét. Szerdára tűzték ki a végrehajtást. Kedden este megjött a hóhér kassáról. Cudar mennydörgős éjszaka köszöntött be. Víradóra olyan vihar támadt, hogy a házak fedeleit a földhöz paskolta, stövestül csavarta ki a fákat. A fejedelem kastélyát borsiban felgyújtá a villám, s az ősi épület egész sárospatakig önti rémletes világát. A kivégzés reggelén korán kelt a fejedelem, egész éjjel nyugtalan álmai voltak, a gyermekeit látta, levágott fejjel. És az nem is volt nagy lehetetlenség, hiszen Bécsben voltak, úgy fogságban. A várnagy, krucsai uram szokott mindig legelőbb belépni a fejedelemhez. Ő informálja ő felségét reggelenként az éjjel történt dolgokról. Már tudni illik, ha történik valami. Ő referálja, kik vannak odakün az előszobában, s mit akarnak. Úgyhogy a fejedelem még el is gondolhatja a válaszokat. Krucsai uramnál azon felül mindenféle udvari pletyka megakad, melyet a reggelihez tálal fel ő felségének mi újság van odakün, Krucsai uram. Pest és Debrecen városok küldöttségei vannak itt. Mit akarnak? Éppen az a baj, hogy nem akarnak, felséges uram. Mit nem akarnak? Adót fizetni. Elég hazafiatlanság, dünnyögte a fejedelem. Majd megmosom a fejüket, hadd várakozzanak. Hát, ki van még? Egy öreg kuruc katona, hogy hívják? A József apó. Mi baja lehet az öregnek? Kérdi a fejedelem élénken. Hallottam hírét, derékvitéz. Nem tudom, mit akarhat, de a legtürelmetlenebb egy fiatal, köpönyeges ember, aki erőnek erejével be akar jutni, s nagy rakoncátlanságokat csinál az előteremben a szolgákkal, amiért be nem eresztik. Eresztesse be kegyelmed legelőször a kuruc katonát. Dobos bácsi lépett be. No, mi baj van, bátya? kérdi a fejedelem nyájasan. Egy nagy kérésem van, fölséges uram. Helyes öreg, helyes. Aki már annyit tett érettünk, mint kegyelmed, az nem kér. Az már kívánhat. Mi hát a kívánsága? Dobos bácsi féltérdre ereszkedék. Kegyelem, kegyelem, felséges uram! Kinek a számára? Kérdé Rákóczi megütődve. A ma fiatal veres István számára, akit én fogtam el. Hogyan? Hiszen én más valakinek adattam ki a kétszáz aranyat. Jaj, eljárt a szájam könyörgöm alásson. De ha már elszóltam magamat, Hát bevallom az igazat, mert tudom, hogy itt, ahol állok, nem szabad hazudni. Én fogtam el de átengedtem Hajdú Jánosnak, mert attól tartottam, ha nálam lenne, szabadon ereszteném, mert az nekem fogadott fiam. Én neveltem. Gondoltam magamban, mégiscsak legyen ő rab, harab lett. Szebb lesz az úgy, ha én külön megyek párdont kérni felségettől, hiszen cudar dolog, szörnyű bűn az igaz, hogy magyar vérlétére nem által a német mellett verekedni. De Isten lát a vességbe, miért tette, hát ha még becsületes ember lenne belőle. Hát, egyéb bűnét nem tudja. Nem tudom, felséges uram, szólt érzékenyen Dobos bácsi, és könnyektől nedvesedett át az arca. Azt nem tudja, hogy lopott, s hogy saját gyűrűmmel rászette nevemben a várnagyot, aki szabadon bocsátotta? Lopott, motyogta az öreg, és kitörülte a könnyeket a szemeiből. Ó, felséges uram, kiáltál fájdalmasan, akkor én semmit sem szóltam. Ezzel egyet fordult katonásan, és kitámolygott a teremből. Most a küldöttségek következtek. út vezette a Pestit, Szilágyi professzora Debrecenit. Nagy szónoklatokban adták elő hosszú, kerülő mondatokkal, hogy nincs pénzük, hogy halasztást kérnek, mire egyetlen egyszer szólt közbe ingerülten Rákóczi. Kérdezlik meg kegyelmetek a katonák gyomrát, ha vajon adnak-e azok nekem halasztást? Ezen az egy megjegyzésen kívül aztán meglehetős közömbösen hallgatta a hosszú lére eresztett perorációkat, midőn élénk sivaj keletkezik odakün, s amint az ablaknál állt, önkéntelenül kihajolt, mi történik lent. Veres Istvánt vitték a vesztőhelyre. Nagy sokaság kísérte, asszonyok, gyerekek, darabontok. Mellette lépdelt skarlátveres ruhában a hóhér e pillanatban lépett be ismét a várnagy. Felséges uram, kegyelmet kérők esedeznek bebocsáttatásért. Nincs kegyelem, felelte a fejedelem rekettes hangon, hátrahajolva egy percig. Alul is megpillantá az elítélt veres a fejedelem arcát az ablakban, s bilincseit megrázva kiáltott fel a fejedelemhez. Kegyelem! Kegyelem! A menet megállapodott az ablaknál, várta a fejedelem intését. Ha kegyelmet át fölséged, majd megmutatom én még, mi lakik ebben a két karban. Rákóczi fásultan intett a kezével, hogy bátran mehetnek odább, s betette az ablakot. De e pillanatban szétlökve az ajtónálókat, erőnek erejével beruhant lihegve egy férfi német katona ruhában. A köpönyeg, melyen ruháját eltakarta kün, lecsúszott róla. Rákóczi tartózkodon lépett hátra azon hitben, hogy tán gyilkos tört rá ívak merően. – Felséges úr! – hörögte szívszaggató hangon, térdre esve. – A testvéremet viszik a vesztőhelyre! Én vagyok az oka! Én vagyok a bűnös! – Hogy beszélhetsz botorságokat? – Ő az áruló! Ő a tolvaj! – szólt a fejedelem indulatosan. S a tolvajlást még elengedném neki, de az árulást nem engedhetem el. Példa kell. Távozz! Örök! Ha meghallgat felséged, sohasem fogja elfelejteni, mert esküszöm az egy élő Istenre, ártatlan vért ontana különben. Beszélj, mondd el a fejedelem, mit hozhatsz fel? Azt felséges uram, hogy nem tolvaj. Kivitte hát el akkor a kincseimet. Én, felelte. Hallgatlak, szólt Rákóczi, s leült egy zsőjébe. Veres László gyorsan, lélegzetet sem véve mondta el a legszükségesebbeket, amiből megértvén a dolgok menetét a fejedelem élinken felkiáltott. Hamar, rohanjatok a fehér zászlóval, ha még nem lesz késő! Nosza hirtelen kendőt kötöttek egy póznára, lovas csatlós vagy négy, úgyis mindig ott ült éjjel-nappal nyerekben a fejedelem ablakai alatt, ha az netán valami parancsot adna. Bezzeg gyorsan szedte a lábát a ló, mert volt a sarkantyúnak dolga. A fejedelem kinyitotta az ablakot, s utána kiáltott. Tíz aranyadíjad, ha sikeresen jársz! s olyan izgatott lett, hogy el nem eresztette a két küldöttséget, hat szórakoztassák, míg az eredményt meg nem tudja. De akármilyen gyorsan ment a lovas, mégis hamarébb volt ott Veres Laci, ki kerülő utakon nyargalt, ungon berken lihegve, kiöltött nyelvel, dobogó szívvel a vesztőhely felé. Csak akkor lassította kise a ruhanást, mikor már meghallotta messziről a fölharsanó éjjel rivalgást. Áldott légy, Isten, aki a mennyekben vagy. Ez bizonyosan azt jelzi, hogy észrevették már a fehér zászlót, s hogy még jókor vették észre. De Laci is csak most vette észre a nagy izgatottsága miatt, hogy nem egyedül van. Hol mellette, hol előtte versenyt fut egy kutya. Nini, hiszen ez az ő fehér kutyája. Fölsikoltott örömében. Dráva, dráva! A kutya vígan ugrott hozzá, és a kezeit nyalogatta. Csak ugyan a dráva volt. Te vagy, igazán te vagy, megjöttél. Ó, kedves kutyácskám, csak hogy megkerültél. Pedig mennyit kerestelek te, cudar? Hát illett az elhagyni a kedves gazdádat, aki téged olyan nagyon szeretett. Hát megérdemeltem én azt tőled? Megrászkódott, és egy babonás sejtelen fogta meg érzékeit. Megérdemeltem-e? Hát, ha csak ugyan megérdemeltem, és a gondviselés büntetett meg, amiért nem úgy cselekedtem, amint kellett. S most, hogy végre úgy cselekedtem, ahogy illő, visszaadta a kutyámat. Hát, ha csak ugyan igaza volt annak az öreg asszonynak, aki azt mondta a halálos ágyán. Mit tudjátok ti azt? nem -e én osztom a szerencsét? S szegény bátyámnak adta a fekete kutyát, a bal szerencsét, nekem pedig a fehér kutya jutott, a jó szerencse. De nem tudtam becsülni. A fehér zászló jókor tűnt fel a láthatáron. Éppen már az ujjasát is lehúzta a húhéra vitézveres Istvánnak. Felesleges mondanom, hogy nagy öröm lett, amit még kitörőbbé tett a két testvér érzékeny összeülkezése. A katonák, akik sok jeles cselekedetét hallották mesélni, diadallal, végkúrjongatásokkal kísérték be a városba. Útközben egy másik csatlósa jött a fejedelemnek, hogy föl kell hozni a két veres testvért az ő színe elé. Mindezekről kilátszott, hogy ő felsége nyugtalankodik. Rákóczi még együtt volt a pesti és a debreceni urakkal, midőn a két verest bebocsátották. Veres István odajárult és leborulván kezet csókolt. Köszönöm, felséges uram! Majd meglássa, még megszolgálom.-Ne nekem köszönt, hanem a testvérednek.-Hogyan, felséges uram? Ő vallotta ki nekem, hogy nem tudsz a kincsekről semmit, mert ő ásta ki azokat.-De hát az nem igaz, felséges uram szólt fölháborodva István. Igaz, bátyám, az utolsó betűig, de én elég nyomorult voltam elhallgatni előtted. István ámulva nézte öccsét, nem tudva, mit higgyen. A fejedelem közbeszólt. A dolog csak ugyan nem elég világos már előttem sem, mert nem volt időm körülményesebben meghallgatni. Ám most ráérünk, beszéljétek el életfolyásotokat. Laci volt a simább jobb elbeszélő, ő mondta el az egész történetüket, krucsaitól kezdve, mind karolta fel őket Dobos néni, hogy nyerte el Pista a kartkötőt a nagy erdőn, s hogy szeretett bele Szilágyi Magdába. Ejha! Dünnyögte közbe a jelenlevő szilágyi uram, és ebből a szikrából nőtt nagyra a vágy, nemességet szerezni. Hogy indultak el a világba, miképp kapták a fekete és fehér kutyát, szerencsét hozott az egyik, szerencsétlenséget a másik. Azután találkoztak rozsomákkal, és elváltak. Itt aztán mindenki külön mondta el a maga dolgát, de csak a Lacié volt tarka, ki mikor a sok pénzfélét magához vette, a bátyját indult megkeresni. De Pesten ott ragadt, mert beleszeretett a Nesszerót uram leányába. Ejha, dünnyögte Nesszerót is. A fejedelem érdekkel figyelt a történetre, s aztán így szólt. Sokat szenvedtetek, s mondhatom, emberül megálltátok a sarat. Te ugyan haboztál egy keveset, mondta Laci felé fordulva, de helyrehoztad ma, bebizonyítva, hogy emberséges szíved van. Az pedig a fő dolog. Igazán tanulságos történet, hanem egy tanácsot adok mégis, noha nem vagyok babonás azt a fekete kutyát üssétek agyon, azt a fehéret pedig küldjétek ajándékba Bercsényinek, hadd járjon ott a sereggel és hozzon rá szerencsét. Ez tréfás célzás volt ő felségétől a jósokban, babonákban hiszékeny Bercsényire. A kutyát nem adom ki a kezemből többé, felséges uram, mondd hanem vele szívesen elmegyek a táborba, ha megengedi felséged. Én pedig nem üthetem agyon a magamét, felelte István, mert a múlt éjjel vége lett. Egész éjjel nem aludtam. Hallanom kellett kínos nyögéseit börtönöm előtt. Hajnalban aztán, ahogy kivezettek, láttam szegény ebemet, hogy kiszenvedett. Veszedelmes ajándék volt, jegyzi meg Rákóczi. Hanem kegyelmedről, krucsai uram, föl nem tettem volna azt a nagy gonosságot. Hallotta, amit beszéltek a fiúk. Hallottam, fölséges uram. És igaz? Igaz bizony, szólt a fejét lehajtva szomorúan. Valaha én is elbiszakodott ember voltam, míg az Isten meg nem látogatott a súlyos bal kezével. Mind a három fiamat elvette. Egyedül állok, s higgye meg fölséged, azóta én is megtörtem és éjjelenként sokszor hallom annak a holtravert jobbágynak a jajgatásait. Föl is tettem magamban, hogyha valaha megtalálnám az elüldözött gyermekeit, mindenemet nekik hagynám. Éme, itt vannak, vette át ismét a szót a fejedelem élénken. Én is itt vagyok. Amit mondtam, mondtam. Hatalmasan van krucsai, kiállta a fejedelem egész vidáman. Most már legalább tovább szőhetjük még egy fokkal a történetet. Mire a még mindig ott ácsorgó küldöttségekhez fordult ő felsége. Nos, Nesserót és Szilágyi uramék, most már megadom kegyelmeteknek a halasztást, de csak egy föltétel alatt. A legmélyebb alázattal várjuk felséget parancsát. Ha a hajadon lányaikat odaadják az én két katonámnak, mert most már lesz mit aprítani a tejbe a krucsai birtokokon. Fölséget kívánsága, parancs előttem, hajlongott Neszerrót. Semmi kifogásom ellene nyilatkozik, Szilágyi. A két fiatal vitéznek az arca a legverőfényesebb örömben tündökölt. Ó, Istenem, sohasem leszünk képesek meghalálni felséged jóságát. Nono. -no. Végzi a fejedelem, nem kell ám olyan nagyon előre örülni, mert még azokat a krucsai birtokokat előbb vissza kell szedegetni a labancoktól. Aztán egy teljes kézintéssel eleresztette az összes jelenlevőket. Tisztelt társkereső lányok, hölgyek! E-mail címem gmail.com 182 cm magas, megbízható, tisztességes, őszinte fiatalember vagyok. Érdeklődési köröm főképp az informatika, természettudományok, társadalom, vallás, pszichológia, önfejlesztés és a művészetek köré szerveződik. Jelenleg webmesterként tevékenykedek, különféle programokat készítek, valamint blogokat vezetek, szakirányú diplomával rendelkezem. Egyaránt jellemez a nyitottság és az introvertáltság, Leginkább azokkal találom meg a közös hangot, akik nézeteiket tekintve a hagyományos értékek iránt elkötelezettek. Médiafogyasztási szokásaimra főként az MR1, a hit és a katolikus rádió hallgatása jellemző. Összességében úgy vélem érdemes velem megismerkedni, talán megér egy próbát, bár átlagembernek tartom magam, az átlagnál nehezebben ismerkedem, ugyanakkor ennek előnyei is lehetnek. Vidéken élek, de szívesen költözöm, a távolság részemről nem akadály. Egészségtudatos, gyermektelen nővel barátkoznék, ismerkednék, lakóhelytől és életkortól függetlenül, tartós, hosszú távú, komoly párkapcsolat reményében, kölcsönös szimpátia esetén nyitott vagyok a kapcsolatra. Reménykedem benne, hogy ezen sajátos módon növelhetem a társtalálás hatékonyságát. Felkeltettem érdeklődésed. Várom üzeneted barátságos vagyok, íri nyugodtan bármit, vagy kérdezz, ami eszedbe jut, így elindulhat az üzenetváltásunk, ami egy szép barátság és párkapcsolat kezdete lehet. Mindenkori párkapcsolati állapotomról a kapcsolódó blogon tájékozódhatsz. Párkereső kötőjel megosztással, ajánlással is segíthetsz párt találnom. Köszönöm!